Hesse, az európai. Az Úristen végül jobb belátásra tért, és a földi napoknak, melyek a véres világháborúval végződtek, maga vetett véget, vízözön bocsátva a sárgolyóra. Könyörületesen mosta el az áradat mindazt, ami bemocskolta az öregedő égi testet, A véres hómezőket és a lövegekkel borított hegységeket, az oszló tetemeket és azokat, akik utánuk sírtak, a felháborodottakat, a vérszomjasakat és az elszegényedetteket, az éhezőket és az elméjükben megzavarodottakat. A kék mennybolt barátságosan tekintett le a fényes golyóbisra. Az európai technika egyébként egészen az utolsó pillanatig ragyogóan bevált. Európa hetekig szívósan és körültekintően tartotta magát a lassan emelkedő vízzel szemben. Először hatalmas gátakkal, melyeken hadifoglyok milliói dolgoztak éjjel-nappal, később a mesés gyorsasággal magasba emelkedő mesterséges magaslatokkal, melyek eleinte óriási teraszokhoz hasonlítottak, majd egyre inkább tornyokban csúcsosodtak ki. Ezekben a tornyokban az utolsó napig példát mutattak emberi hősiességből és megható hűségből. Miközben Európa és az egész világ elsüllyedt és megfulladt, az utolsó vastornyok fényszórói még mindig zavartalanul vakító fényel világítottak bele a pusztuló föld nedves félhomályába, és a lövegekből még mindig elegáns ívben zúgtak oda-vissza a gránátok. A központi hatalmak vezetői két nappal a vég előtt elhatározták, hogy fényjelekkel békét ajánlanak az ellenségnek. Az ellenség azonban a még álló, megerősített tornyok azonnali kiürítését követelte, és ezt még a béke legelszántabb hívei sem tudták elfogadni. Így aztán hősiesen lőttek az utolsó óráig. Végül az egész világot elöntötte a víz. Az egyetlen túlélő európai egy mentőövbe kapaszkodva sodródott a hullámok hátán, és az utolsó erejével azon volt, hogy feljegyezze az utolsó napok eseményeit, hogy a jövő emberisége megtudja, az ő hazája volt az, amely órákkal túlélte az utolsó ellenség pusztulását, és amely ezzel örökre biztosította magának a diadalkoszorút. Ekkor egy óriási, fekete, nehézkes jármű jelent meg a szürke horizonton, Lassan közeledve a kimerült úszóhoz. Az megnyugvással ismerte fel a hatalmas bárkát, és még mielőtt elájult, meglátta az úszóház fedélzetén álló vén patriárkát lobogó ezüst szakállával. Egy óriási néger halászta ki a sodródót, aki még élt, és nem sokkal később magához tért. A patriárka barátságosan mosolygott. Műve sikerült a földi élőlények minden fajtájából megmentett egy-egy példányt. Miközben a bárka kényelmesen haladt a széllel és a zavaros víz leapadására várt, mozgalmas élet bontakozott ki a fedélzeten. Nagy halak követték a bárkát sűrű rajokban. A madarak és a rovarok meseszerűen tarka kötelékben rajzottak a nyitott tető fölött. Minden állat és minden ember szíve örömmel telt meg, hogy megmenekült és megmaradt egy új élet számára. A páva átható csengő hangon rikoltott reggelenként a víz felett. A vidám elefánt nevetve, magasra nyújtott ormányából fröcskölve fürdette magát és feleségét. A napfény meg-megcsillant a gerendák között ülő gyíkon. Az indián gyors láncsadőfésekkel csillogó halakat emelt ki a végtelen áradatból. A néger a száraz fából tüzet csiholt a tűzhelynél, és örömében kövél feleséget csattogó combján dobolt. A szikár hindu egyenesen keresztbefont karokkal állt, és ősi verseket mormolt maga elé a teremtés énekeiből. Az eszkimó gőzölögve feküdt a napon, vizet és zsírt izzadt, miközben apró szemével nevetett, és hagyta, hogy egy jámbor tapír szimatolja. Az alacsony japán meg egy vékony pálcát faragott magának, amit hol az orrán, hol az állán egyensúlyozott gondosan. Az európai írószerét arra használta, hogy leltát készítsen a bárka élőlényeiről. Csoportok és barátságok alakultak ki, és ahol csak vita készült kitörni, a pátriárka egyetlen intésével elsimította. Mindenki barátságos volt és vidám, csak az európai foglalatoskodott magányosan az írással. A sokszínű forgatagban új játék alakult ki egy verseny amelyben mindenki képességeit és tudását akarta megmutatni. Mind elsőként szeretett volna sorra kerülni, és magának, a pátriárkának kellett rendet teremtenie. Külön állította a nagy állatokat, és külön a kis állatokat, és megint külön az embereket, és mindenkinek jelentkeznie kellett, és megnevezni a produkciót, amivel remekelni akart. Aztán egyessével mindenki sorra került. Ez a nagyszerű játék sok napon át tartott, mivel valamelyik csoport mindig félbeszakította saját játékát, és elment egy másikat nézni. Az összes szép produkció hangos sikert aratott. Mennyi csodálatos dolgot lehetett ott látni. Ahogy Isten minden teremtménye bemutatta, milyen tehetségek szunnyadnak benne. Ahogy feltárult az élet gazdagsága hogy nevettek, hogy ünnepeltek kiaválva, károgva, tapsolva, dobogva, nyerítve. Csoda szépen futott a menyét, és varázslatosan dalolt a pacsírta. Pompásan masírozott a felfújt pulyka kakas és hihetetlen sebesen ugrándozott a mókus. A mandril a malájukat utánozta, a pávián meg a mandrilt. Futásban és kúszásban, úszásban és repülésben versengtek fáradhatatlanul, és a maga módján mindenki felülmúlhatatlan volt, és mindenki érvényesült tudásával. Az egyik állat varázsával hatott, a másik láthatatlanná tudott válni. Sokan erejükkel tűntek ki, mások ravasságukkal, némelyek támadással, némelyek védekezéssel. Néhány rovar fűszárra, fadarabra, mohára vagy kődarabra hasonlító küllemével védte meg magát, Mások a gyengék közül azzal arattak tetszést és futamították meg nevedő közönségüket, hogy támadások ellen rettenetes szagokkal védekeztek. Senki sem maradt el a többiek mögött, mindenki fel tudott mutatni valamit. A madarak fészkeket fontak, ragasztottak, szőttek, építettek. A ragadozó madarak iszonytató magasságból ismerték fel a legapróbb tárgyakat. És az emberek is nagyszerűen tették a dolgukat. Érdemes volt végignézni, ahogy a termetes néger játszik könnyedséggel sétált fel egy gerendán a magasba, vagy ahogy a maláj egy pálmalevélből három fogással evezőt készített. Az indián könnyű nyilával a legkisebb célt is eltalálta, és a felesége csodálatra méltó szőnyeget szőtt kétféle háncsból. Mindenki hosszan hallgatott és csodálkozott, amikor előlépett a hindu, és bemutatott néhány varázslatot. A kínai azt mutatta meg, hogyan lehet kellő szorgalommal a búzatermést megháromszorozni, a fiatal növények kihúzásával és egyenletes távolságban való újraültetésével. Az európai, akinek meglepően kevés szeretetben volt része, többször is felbosszantotta embertársait kemény és megvető bírálatával, melyel mások tetteit kifogásolta. Amikor az indián a kékig magasából leszette a madarát, a fehér ember megvonta a vállát és azt állította, 20 gram dinamittal háromszor ilyen magasra lehet lőni. És amikor felkérték, hogy mutassa ezt be, nem tudta. Viszont elmesélte, hogy persze, ha lenne itt ez meg az, meg még tíz másik dolog, akkor meg tudná csinálni. A kínait is kikunyolta, azt mondta, a fiatal búza átültetése ugyan biztosan végtelen szorgalmat igényel, de egy ilyen rabszolgamunka bizonyára nem tud boldoggá tenni egy népet. A kínai válasza, mely szerint egy nép akkor boldog, ha van mit ennie, és tiszteli az isteneket, nagy tetszést aratott. De az európai erre is csúfondárosan nevetett. Tovább folytatódott a vidám verseny. És a végére mindenki, minden ember és állat bemutatta képességeit és tudását. A játék mindenkit felvidított. A pátriárka is belenevetett fehér szakálába, és elismerően azt mondta, most már nyugodtan leapadhat a víz, és elkezdődhet az új élet a földön, hiszen Isten ruhájának összes színes szála megvan még, és semmi sem hiányzik a végtelen boldogság megalapozásához. Egyedül az európai nem mutatta még be tudományát, és most mindenki izgatottan követelte, álljon elő valamivel, hogy lássák, van-e neki is helye Isten szép ege alatt, utazhat-e ő is a pátriárka úszóházán. Az európai sokáig vonakodott, és kifogásokat keresett. Ekkor azonban maga Noé bökött a mellére, és figyelmeztette, fogadjon szót. Én is, kezdte a fehér ember én is magas fokra fejlesztettem és tökéletesítettem egy képességemet. Nem a szemem az, amelyik jobb, mint más lényeki, nem is a fülem, vagy az orrom, vagy a kézügyességem, vagy bármilyen féle. Az én adottságom az intellektus. Mutasd hát, kiáltotta a néger, és mindenki közelebb tolakodott. Ezen nincs mit megmutatni, mondta szeliden a fehér. Bizonyára nem értettetek jól. Én az eszem által emelkedem ki. A néger jókedvűen nevetett, és megmutatta hófehér fogait. A hindú gúnyosan lebigyeztette keskeny ajkát, a kínai ravasz jóindulattal mosolygott maga elé. Az eszed által? mondta lassan. Hát mutasd meg nekünk az eszedet, kérlek. Mostanáig nem látszott belőle semmi. Nincs ott semmi látnivaló, védekezett az európai mogorván. Az én adottságom és jellegzetességem a következő. Elraktározom a fejemben a külvilág képeit, és ezekből a képekből egyedül magamnak új képeket és rendszereket vagyok képes összeállítani. Az egész világot el tudom gondolni a fejemben, és így újra meg tudom teremteni. Noé a szeméhez emelte a kezét. Engedd meg, mondta lassan. De mire jó a világot, amit Isten már megteremtett még egyszer megteremteni? Ráadásul egyedül magadnak, benn, a kis fejedben. Mi haszna lehet ennek? Mindenki egyszerre kezdett kiabálni és kérdezősködni. Várjatok, kiáltott az európai. Nem jól értitek, amit mondok, az ész munkáját nem lehet olyan könnyen bemutatni, mint valami kézügyességet. A hindu mosolygott. Hó, hogy nem, fehér rokonom. Nagyon is könnyen be lehet azt mutatni. Mutasd meg nekünk egyszer az agymunkádat, például számolásban. Gyere, számoljunk versenyt. Tehát, egy párnak van három gyereke, akik mindannyian újra családot alapítanak. Az összes ifjú párnak születik minden évben egy gyereke. Hány év telik el, amíg elérik a százas számot? Mindenki kíváncsian fülelt, és elkezdett az ujjain számolni, és görcsösen maga elémerett. Az európai is hozzáfogott a számoláshoz, de már egy pillanat múlva jelentkezett a kínai, aki megoldotta a feladatot. Nagyon szép, ismerte el a fehér, de ez csak egy készség. Az én eszem nem arra való, hogy ilyen kis trükköket csináljon, hanem hogy nagy feladatokat oldjon meg, amelyeken az emberiség boldogsága múlik. Ó, ezt tetszik nekem, bátorította Noé. A boldogság megtalálása okvetlenül fontosabb, mint az összes többi készség. Ebben igazad van. Mondd el nekünk gyorsan, mit tudsz az emberiség boldogságáról, és mindannyian hálásak leszünk neked. Megigézve és lélegzett visszafolytva csüggött mindenki a fehér ember ajkán. Most jön! Tisztelet annak, aki megmutatja nekünk, hol keressük az emberiség boldogságát. Isten óvja meg ezt a mágust minden gonosz szótól. Mire kéne neki a szem, a fül, a kéz ügyessége, mire a szorgalom vagy a számolás tudománya, hogyha ilyen dolgokat tud? Az európai arcáról ennek a tisztelet teljes kíváncsiságnak a láttára kezdett eltűnni az eddig mutatott büszkeség. Lassanként zavarba jött. Nem az én hibám, mondta habozva, de mindig rosszul értitek, amit mondok. Nem azt mondtam, hogy ismerem a boldogság titkát. Én csak azt mondtam, hogy az eszem olyan feladatokon dolgozik, amelyek megoldása elő fogja mozdítani az emberiség boldogságát. Az odavezető út hosszú, és se én, se ti nem fogjátok meglátni a végét. És sok nemzedék fog még ezeken a nehéz kérdéseken töprengeni. Az emberek bizonytalanul és gyanakvóan állták körül. Mit beszél ez az ember? Noé is maga elé nézett, és a homlokát ráncolta. A hindu egy mosolyt küldött a kínainak, és miközben mindenki más zavartan hallgatott, a kínai barátságosan megszólalt. Kedves testvérek! Ez a fehér rokon egy bohóc. Azt akarja nekünk bemesélni, hogy a fejében olyan munka folyik, melynek termését az ükunokáink ükunokáig talán majd látni fogják, de az is lehet, hogy nem. Azt javaslom, nevezzük őt tréfamesternek olyan dolgokat mond, amit egyikünk sem ért igazán, de minnyáján sejtjük, hogy ezek a dolgok, ha tényleg értenénk őket, végtelenül kacaktatóak lennének. Ti is így vagytok vele? Jó, akkor éljen a tréfa, mester! A legtöbben helyeseltek, és örültek, hogy véget érni látják ezt a sötét ügyet. Néhányan azonban lehangoltak voltak, és bosszúsak. Az európai pedig egyedül maradt, társaság nélkül. A néger azonban este felé az Eskimo, az indián és a malaj társaságában felkereste a pátriárkát, és így szólt. Tisztelt atyánk, egy kérdéssel fordulunk hozzád. Ez a fehér fiszkó, aki ma rajtunk gúnyolódott, nem tetszik nekünk. Kérlek, gondold végig, minden ember és állat, minden medve és minden bolha, minden fácán és minden ganajtúró, valamint mi emberek, mindannyian mutatni tudtunk valamit, amivel tisztelettel adózunk Istennek, és megvédjük vagy megszépítjük az életünket. Különös adottságokat láttunk, és némelyik nevettető volt, de a legkisebb jószág is tudott valami szépet és kedveset mutatni. Egyes egyedül ez a sápat ember, akit utolsónak haláztunk ki, nem tud mivel előállni a különös és fennhéjázó szavain, célzásain és tréfáin kívül, amiket senki sem ért meg, és amelyek senkinek sem okoznak örömet. Azt kérdezzük ezért tőled, kedves atyánk, vajon helyese, hogy egy ilyen teremtmény is segít az új földi életet megalapozni? Nem okozhat ez szerencsétlenséget? Figyel csak meg! A szemei zavarosak, a homloka ráncos, a kezei sápadtak is gyengék, az arca gonosz és szomorú, egyetlen tiszta hangot nem ad ki magából. Bizonyosan nincs rendben vele valami, Isten tudja, kiküldte ezt a fickót a bárkánkra. Az agg ősatya barátságosan tekintett vendégeire. Gyermekeim, mondta halkan is szeretett teljesen, hogy arcuk rögtön kisimult. Kedves gyermekeim! Igazatok is van, meg nincs is igazatok abban, amit mondtok. De Isten megválaszolta kérdéseteket, még mielőtt feltettétek volna. Igazat kell adnom nektek, a háborús földfia nem kellemes vendég, és nehéz belátni, miért léteznek az efféle szerzetek egyáltalán. De Isten, aki ezt a fajtát mégiscsak megteremtette, bizonyosan tudja, miért tette ezt. Sokat kell a fehér embereknek megbocsátanotok, ő miattuk ítélkezett Isten újra szegény földünk felett. De nézzétek, Isten jelet adott arról, mit tervez ezzel a fehér emberrel. Neked, te fekete, neked, te eszkimó, neked, te indián, Mindnyájatoknak itt van az új földi életre, amelyet remélhetőleg nem sokára megkezdünk, a kedves feleségetek. Egyedül az európai férfi van egyedül. Sokáig szomorú voltam emiatt, de most már azt hiszem, sejtem az értelmét. Ez a férfi nekünk szóló figyelmeztetésül, de talán buzdításul, talán rémképként maradt meg. Szaporodni azonban nem tud csak ha újra alámerül az emberiség sokszínű áradatába. Az új életet a földön nem ronthatja el. Legyetek nyugodtak! Leszállt az éjszaka, és a következő reggelre keleten kibukkant a Szenthegy csúcsa a vízből. Hermann Hesse, Iris. Gyermekkora tavaszán Anselm sokat sétált a zöld kertben. Édesanyja virágai közül különösen megkedvelte a nőszírmot. Oda simította arcát magas, világos zöld leveleihez, ujjaival megérintette éles hegyüket, magába szívta a nagy virág csodálatos illatát, és sokáig nézett bele. A szirom halványkék aljából sárga újjak hosszú sora emelkedett ki, köztük világos ösvény futott lefelé a mélybe, a kehelybe, a virág távoli kék titka felé. Mennyire megszerette, elelnézegette, és hol királyi kert aranykerítésének látta a finom sárga rudacskákat, hol szép álomfák kettős sorának, melyeket nem mozdít szél, s közöttük fényesen fut az üvegfinomságú, élő erekkel átszőt titokzatos út a belseje felé. Roppant magasra emelkedett a boltozat, az aranylófák között végtelen mélybe, felfoghatatlan szakadékba vezetett bele az ösvény, fölötte fönségesen ívelt a lila hajlat, és varázslatos, keskeny árnyakat vetett a csendes, várakozó csodára. Anzem tudta, hogy ez a virág ajka, és a pompázatos sárga növények mögött a kék örvényben lakik a szíve, ott laknak a gondolatai, és ezen a vonzó világos, üvegerezetű úton jár a lehelete, és itt járnak kibe az álmai. A nagy virág mellett pedig kisebbek álltak, melyek még nem nyíltak ki. Kemény nedvességtől duzzadó száron, barnázöld bőrű kis kehelyben, melyből csöndes erővel nyomult fölfelé az ifjú virág, jószorosan begöngyölve derengő zöldbe meg lilába. De fönt, feszesen és gyöngéden becsavarva a fiatal, mély viola kandikált elő hegyével. Már ezeken a még összehajló zsenge virágszírmokon is látható volt az erezet, és százféle rajzolatot lehetett leolvasni róluk. Reggel, amikor visszaérkezett ide a házból, a szendergésből, az álomból, az idegen világokból, ott állt a kert érintetlenül, mindig új arcával. Várt rá, és ahol tegnap még zöld héba erősen beburkolt, kemény, kék virágbimbó meredezett, ott most karcsún és kéken akár az égbolt, egy fiatal szirom, mint a nyelv, mint az ajak, tapogatva kereste saját formáját és ívét, azt, amiről már oly régóta álmodott. Már akkor, amikor még legalul volt, ahol a borító héjjal küzdött csöndesen, már akkor érezni lehetett benne a finom, sárga hajtásokat, a fényes erekkel átszűrt vonalakat és lelkének távoli, illatos mélyét. Talán már délben, talán estére nyílt ki. Feszített kékes sátrat az aranyló álomerdő fölé, és első álmai, gondolatai és dalai csöndese jöttek föl a lehelettel a varázslatos méből. Egy nap csupa kék harangvilág magasodott a fűben. Egy másik nap hirtelen új csengés illat járta át a kertet, és a rőt napfénytől derengő levelek fölött puha vörös aranyként csüngött az első tea rózsa. Eljött a nap, amikor egyetlen nőszírom sem volt már a kertben. Eltűnt mind, nem vezetett többé aranykerítésű ösvényele, az illatozó titokba, idegenül meredeztek a kemény levelek, hegyesen, hidegen. De a bokrokon piros bogyók értek, és a csillagvirágokon új, ismeretlen pillangók röpködtek ide-oda szabadon, játékosan, vörösbarnán. Gyöngyház színű háttal surranva rajzottak az üvegszárnyú kötők. Anzem beszélgetett a pillangókkal meg a kavicsokkal. Barátja volt a bogár meg a gyík. A madarak madártörténeteket meséltek neki. A páfrányok titokban megmutatták a hatalmas levelek sátra alatt összegyűjtött barna magokat. Üvegcserepek zölden szórták szét a megtört napfényt, melyből paloták, kertek, szikrázó kincses kamrák emelkedtek. Ha eltűntek a liliomok, kinyíltak a sarkantyú virágok. Ha elhervadtak a tearózsák, barnulni kezdett a szeder. Minden eltolódott, volt és eltűnt, majd idővel újra visszatért, és amikor a szél hidegen jajongott a fenyőfák között, és végig a kertben sápat halottan csörgött a sárga levél, még a borzongató, csodálatos napok is hoztak egy dalt, egy élményt, egy történetet magukkal, míg aztán minden alá Hóhult az ablak előtt, pálmaerdők telepettek az üvegre, angyalok szálltak ezüstcsengőkkel az esten át, és aszalt gyümölcstől illatozott a tornác meg a padlás. Soha nem aludt ki a barátság, a bizalom ebben a szép virágban, és amikor egyszer észrevétlenül ismét hóvirágok ragyogtak föl a borostyán fekete lombja alatt, és messze fönt új kék magason szálltak át az első madarak, úgy tűnt, mintha minden mindig így lett volna. És egy napon mindig váratlanul, mégis mindig pontosan úgy, ahogy várták és kívánták, a nőszirom szárából kikandikált az első, kékes színű bimbó. Minden szép volt, mindent örömmel és bizalommal fogadott Anselm, de a varázslat és a kegyelem legnagyobb pillanatát minden évben a nőszirom ajándékozta a fiúnak. Valamikor a legkoraibb gyermekálomban az ő kejhében olvasta el a csodák könyvét. Illata és vibráló, sokszínű kékje hívás volt számára és a teremtés kulcsa. Így kísérte végig a nőszirom ártatlanságának minden esztendejét, és minden új nyárral új, titokzatosabb és megkapóbb lett számára. Más virágoknak is volt ajkuk, más virágok is küldözgettek illatot és gondolatot, mások is csalogattak kicsi, édes kamráikba méheket bogarakat. De a kék liliom fontosabb, és kedvesebb volt a gyermek számára minden más virágnál, példázatát és példáját minden elgondolkodásra érdemesnek és csodálatosnak tartotta. Ha a kejhébe pillantott és gondolataival követte a fénylő, álmokat hozó ösvényt, alámerülve a sárga, csodálatos sövény közt a virág sötétlő mélye felé, akkor meglátta lelke a kaput, ahol a jelenség rejté, a látvány pedig sejtés lesz. Olykor éjszaka is álmodott erről a virág kehelyről. Roppant nagy volt, ahogy kinyílt előtte, mint egy mennyei palota kapuja. Lóháton vágtatott, hattyún repült be, és vele repült, vágtatott, és siklott az egész világ. Halkan, mintha varázslat húzná a vonzó, bűvös mélységbe, ahol minden vágy teljesül, és minden sejtés valóság lesz. A földön minden jelenség példázat, és minden példázat nyitott kapu, melyen keresztül megkísérli a felkészült lélek, hogy bejusson a világ belsejébe, oda, ahol te meg én éjjel-nappal egyek vagyunk. Minden embernek egyszer életében itt vagy ott, útjába akad a nyitott kapu. Egyszer mindenkit meglegyint a gondolat, hogy minden, ami látható, csupán példázat, és a példázat mögött húzódik meg az értelem és az örök élet. Persze kevesen lépnek át a kapun, és adják oda a szép látszatot a sejtett benső valóságért. Így hát a gyermek Anzelm számára a virágkehely azt a nyitott, csöndes kérdést jelentette, amelyhez lelkét egy üdvös válasz fölfakadó sejtelme terelte. Aztán a dolgok kedves sokfélesége ismét magával ragadta a beszélgetésekhez, a fűben folytatott játékokhoz, a kövekhez, gyökerekhez, bokrokhoz, állathoz, világának annyi öröméhez. Gyakran mélyült el saját maga szemlélésébe. Szembesült teste furcsaságaival. Különös mozgásokat észlelt nyelés, éneklés, lélegzés közben. Ha behunyt a szemét, érzéseket, a képzelet játékait a szájban, a torokban, ott is érezte az ösvényt meg a kaput, amelyen át lélekhez érhet a lélek. Csodálkozva figyelte a színes alakzatokat, melyek, ha lehunyta szemét, gyakran eléje léptek a bíbor színű sötétből. Foltok, kék és mélypiros félkörök, köztük üvegcsillogású vonalak. Néha örömtörjat mozdulattal döbbent rá Anzelm a szem és a fül, a szaglás meg a tapintás között meglévő finom százféle összefüggésre. Tovatűnő szép pillanatokban megérezte a dallamok, hangok, betűk, s rögtön rá a piros meg a kék, a kemény meg a lágy rokonságát, vagy elcsodálkozott, ha megszagolt egy növényt, vagy levágott zöld héjat, milyen különösen közel kerül szakhoz az íz, sőt összeolvadva gyakran egybe is esik. Minden gyermek ugyanígy érez, ha nem is mindegyik ugyanolyan erővel és finomsággal, de legtöbbjüknél mielőtt megtanulták volna elolvasni az első betűket, mindez már úgy tovatűnik, tűnik, mintha soha se lett volna birtokukban. Mások hosszú időn át megőrzik a gyermekkor titkát, és abból egy maradékot, egy visszatérő hangot magukkal mentenek a későbbi elfáradt napokra, az őszhajú öregségre. Minden gyermek lelkében, ameddig még a titokvilágában világában él, szakadatlanul csak egy a fontos, ami foglalkoztatja. Önmaga és a talányos összefüggés saját személye és a környező világ között. Az örök keresők és a bölcsek térnek vissza élet éveikben ehhez a tevékenységhez, a legtöbb ember azonban már korán, örökre elfelejti és elhagyja az igazán fontos belső világot, és egy életen át bolyong a gondok, vágyak és célok között, amelyek közül egy sem lakozik benne ott legbelül, amelyek közül egy sem vezeti vissza haza önmagához. A szemgyermekségének nyarai és az őszi napok érkeztek és csöndben távoztak. Újra meg újra meghozta, majd elvitte szírmait a hóvirág, az ibolya, az aranyeső, liliom, az örök zöld meg a rózsa. Szépen gazdagon, mint mindig. Velük együtt élt. Hozzábeszéltek a virágok és a madarak. Fa és kút figyelt szavára és régi szokása szerint első leírt betűit, a csalfa barátság miatti első bánatát a kertbe vitte ki, az édesanyjához, a virágágyást övező színes kövekhez. De egyszer jött egy tavasz, mely nem úgy csendült és illatozott, mint a korábbiak. Énekelt a rigó, de ez már nem a régi dal volt. Kinyílt a kék írisz, de kejhének aranykerítéssel kísért ösvényén nem vándoroltak kibe se álmok, sem mesés alakok. Zöld árnyékukból megbújva nevettek ki az eper szemek, a pillangók ragyogva imbolyogtak a magasba szökő virágfürtök körül, és mindez már nem olyan volt, mint régen. Más dolgok kötötték le a fiút, és sokat cívódott édesanyjával. Maka sem tudta, mi ez, mi bántja, zavarja állandóan, csak azt vette észre, hogy megváltozott a világ, szétfosztottak az eddigi barátságok, őt pedig magára hagyták. Így múlt el egy év, majd még egy. Anselm már nem volt gyermek többé, unalmasak lettek a virágágy körüli színes kövek, a virágok némák, a bogarakat tűre szúrta és egy dobozba tette. Lelke hosszú, kemény, kitérő útra lépett, és kiapadtak, elfonyadtak a régi örömök. Féktelenül rontott be az ifjú az életbe, mely úgy tűnt, csak most nyílik meg előtte. Elszállt, feledésbe merült a példázatok világa, új vágyak és utak csalogatták messze. Szeme kékében, puha haján még ott volt a gyermekkor hangva, de nem szerette, ha emlékeztették rá. Hát rövidre vágta a haját, Tekintetébe pedig annyi hideg merészséget és tudálékosságot vitt, amennyit csak bírt. Szeszélyesen rohant át a szorongó várakozó éveken. Hol jó tanuló és jó barát volt, hol magányos és félénk. Egyszer éjszakákon át a könyveket bújta, máskor vad és hangoskodó az ifjak első tivornyáin. El kellett hagynia otthonát. S csak ritkán látta viszont azokon a kurta látogatásokon, amikor megváltozva, megnyúlva, választékos öltözetben kereste föl édesanyját. Barátokat és könyveket hozott magával, mindig másokat, ha pedig végigment a régi kerten, szórakozott tekintetének kicsi volt az, és néma. Soha többé nem olvasott ki történeteket a kövek és levelek színes erezetéből, soha nem vette észre, hogy a kék íris virág titkában lakik az Isten és az örökké valóság. Anzen diák lett, egyetemista, piros, majd sárga sapkában tért haza, szája fölött pihékkel, serkenő szakállal. Idegen nyelven írt könyveket hozott magával. Egyszer egy kutyát. A mellén hordott bőr irattartóból pedig hol titkos költeményeket, hol ősrégi bölcsességekből származó idézeteket hol csinos lányok fényképeit és leveleit. Ismét útra kelt, és messzi idegen országokban élt, a tengeren lakott nagy hajókon. Fiatal tudósként tért vissza újra, fekete kalapot és sötét színű kesztyűt hordott. A régi szomszédok megemelték kalapjukat előtte, és professzornak szólították, bár még nem volt az. Újra megérkezett, fekete ruha volt rajta, karcsún és komolyan lépkedett a lassú kocsi mögött, melyen feldíszített koporsóban idős édesanyja feküdt. És ezután még ritkábban jött. A nagyvárosban, ahol most Anselm az egyetem hallgatóig tanította és híres tudósnak számított, ugyanúgy járt, kelt, sétált, ült vagy állt, mint a többi ember bárhol a világon, finom kabádban és kalapban, komolyan vagy barátságosan, Élénk, de olykor kisé fáradt szemmel. Úr volt és kutató, olyan, amilyen lenni akart. Most hasonló helyzetbe került, mint gyermekkora végén. Hirtelen úgy érezte, sok-sok év tűnt el mögötte, ő pedig furcsán, egyedül és elégedetlenül áll abban a világban, amely felé mindig törekedett. Nem volt igazi boldogság a professzori rang, nem volt valódi öröm hogy a polgárok és a diákok alázattal köszöntötték. Mintha minden hervat és poros lett volna. Megint csak a messze jövőbe szökött a boldogság, a hozzávezető út pedig forrónak, porosnak és közönségesnek tűnt. Ebben az időben Anselm gyakran megfordult egy barátja házában, akinek a húga felébresztette vonzalmát. Ettől kezdve már nem futott minden szemre való arc után ez is egészen más lett, és érezte, nem minden ablak mögött vár rá a boldogság, hanem különös módon érkezik meg hozzá. Nagyon tetszett neki barátjának a huga, és sokszor meg volt róla győződve, hogy tényleg szereti. Furcsa lány volt, minden lépésének egyéni színe, minden szavának sajátos íze volt, és korántsem sem sikerült könnyen együtt menni és lépést tartani vele. Ha Anselm olykor este fels alájárkált magányos lakásában, és töprengve hallgatta saját lépteit az üres szobák csüngyében, sokat vívódott önmagával barátnője miatt. A lány idősebb volt annál, mint amilyen feleséget elképzelt magának. Igen, különös is volt, és úgy tűnt, nehéz lesz majd mellette élni, ugyanakkor saját tudományos becsvágyát is követni, hiszen barátnője a tudományról hallani sem akart. Amellett egészsége is gyenge volt, és nehezen viselt el a társaságot, az ünnepélyeket. A csöndes magányt kedvelte, a virágokat és a zenét, esetleg egy-egy könyvet maga körül, és szerette így várni, hogy netán meglátogatja valaki, a világ pedig csak menjen a maga útján. Annyira finom és olykor annyira érzékeny volt, hogy minden, ami szokatlan, fájdalmat okozott neki, és könnyen elsírta magát majd azután ismét csöndben és finoman ragyogott fel, magányos boldogságban, és aki ezt látta, megérezte, milyen nehéz lehet ennek a szép, furcsa asszonynak valamit nyújtani, jelenteni számára valamit. Anselm gyakran úgy hitte, a lány szereti őt, gyakran azonban úgy tűnt neki, hogy senkit se szeret igazából, csak mindenkivel gyöngéd és barátságos, és semmi másra nem vágyik, mint hogy a világ békén hagyja. Anzel mást kívánt az élettől, és ha már asszonyt hoz otthonába, költözön vele élet, élénkség, vendégszeretet a házba. Íris, szólt a lányhoz. Kedves Íris, bárcsak másképp volna berendezve a világ. Ha semmi más nem lenne, csak a te szép, szelíd világod, tele virágokkal, gondolattal, zenével, akkor nem lenne más kívánságom, csak hogy életem végéig melletted legyek. Hallgasson meséidet, és osztozzam gondolataidban. Már a nevedet is öröm kiejteni. Iris. Csodálatos név. Nem is tudom, mire emlékeztet. Hogy ne tudnád, mondta. Hisz a kék meg a sárga liliumokat hívják így. Igen, kiáltott fölszorongással. Jól tudom, és már ez így önmagában is nagyon szép. De mindig, ha kimondom nevedet, még valami másra is emlékeztet. Nem tudom mire, mintha igen mély, távoli, fontos emlékekhez kapcsolódna, és én nem tudom, nem jövök rá, mi lehet az. Iris rámosolygott. Ő meg ott állt tanácstalanul, és dörzsölgette homlokát. Én mindig így vagyok vele, mondta madárdalt idéző finom hangján Anzelnak, ha megszagolok egy virágot. Olyankor mindig úgy érzi a szívem, hogy valami rendkívüli szép és értékes emlék kötődik az illathoz, valami, ami egykor az enyém volt, és amit elveszítettem. Így van ez a muzsikával is, és néha a versekkel. Ilyenkor egyszer csak felcsillan valami egy pillanatig, mintha az ember elvesztett otthonát látná meg lent a völgyben, de már is eltűnik nyomavész. Anzelm, kedves, úgy vélem, evégre vagyunk a földön, ezért hallgatózunk, és keressük vágyakozva az elvesztett távoli hangokat, hiszen valahol mögöttük van a mi igazi otthonunk. Milyen szépen beszélsz mindenről, ízelgett Anzel, és érezte, fájdalmasan megmozdul valami a lelkében, mintha ott egy elrejtett iránytű tétovázás nélkül távoli célja felé mutatna. De ez a cél egészen más volt, mint amit életében el akart érni. Ez okozott fájdalmat, és hát méltó-e hozzá, hogy szép mesékbeszőt álmokban játssza el életét? Közben eljött a nap, amikor Anzen magányos utazásából hazatérve, oly hidegnek taszítónak érezte a rideg tudós lakást, hogy barátjához sietett, és az volt a szándéka, megkéri a szép Iris kezét. Iris, szólt a lányhoz, nem tudok tovább így élni. Mindig jó barátnőm voltál, mindent el kell mondanom neked, Feleségre van szükségem, különben üres, értelmetlen az életem. És ki mást óhajtanék asszonyomnak, hanem téged, te kedves virág. Akarod, Iris? Annyi virágod lesz, amennyi virág csak van. A legszebb kert lesz a tiéd. Hozzám jössz hát? Iris hosszan nyugodtan nézett a szemébe, nem mosolygott, el sem pirult. Határozott hangon adta meg a választ. Anselm, nem lett meg kérdésed. Szeretlek, ha bár soha nem fordult meg a fejemben, hogy a feleséged legyek. Lásd be, barátom, nagy igényeket támasztok azzal szemben, akinek a hitvese leszek. Nagyobbakat, mint a legtöbb asszony. Virágokat kínáltál nekem, és jót akarsz vele. De én virágok, sőt, muzsika nélkül is tudok élni mindenről és még sok másról is lemondanék, ha szükséges. Egyet azonban képtelen lennék, és nem is akarok nélkülözni. Egyetlen napig sem tudok élni úgy, hogy ne szívem zenéje legyen a legfontosabb. Ha egy férfi mellett kell élnem, akkor az olyan legyen, akinek a belső dallama finoman és jól cseng össze az enyémmel, és egyetlen óhaja legyen, hogy saját dallama tisztán harmonizáljon az enyémmel. Képes vagy erre, barátom. Emellett valószínűleg nem lennél továbbra is híres, nem szereznél dicsőséget. Házad elcsöndesedne, és homlokodon a ráncok, melyeket néhány év óta ismerek, ismét elsimulnálak. Ó, Anzelm, nem fog ez menni. Nézd, te olyan vagy, hogy mindig új ráncokat bölcselkedsz a homlokodra. Mindig újabb gondokba veted magad. Persze, ami engem lelkesít, ami a lényem, azt bizonyára te is szereted és kedvesnek találod. Ám ez számodra, ahogy a többi ember számára is, csak kedves játék. Ó, értsd meg jól, mindaz, ami neked most játék, nekem maga az élet. És számodra is az kellene, hogy legyen. És mindaz, amire te törekszel, amiért élsz, számomra az a játék. Az én felfogásom szerint nem ér annyit, hogy érdemes lenne azért élni. Én már nem leszek más, anzelm mert a magam törvénye szerint élek. Talán te meg tudnál változni, pedig teljesen meg kellene változnod, hogy a feleséget lehessek. Anzelm hallgatott, meglepte a lány akarata, melyet gyengének játékosnak vélt. Hallgatott, és anélkül, hogy észrevette volna, remegő kezében szétnyomott egy virágot, amit az asztalról vett el. Iris ekkor gyöngéden kivette kezéből a virágot. Anzem súlyos szemrehányásnak érezte a lány mozdulatát, és most hirtelen derűsen, szeretettel mosolyodott el, mintha váratlan kiútra bukkant volna a sötétből. Gondoltam valamit, mondta halkan, és közben elpirult. Különösnek fogod találni, és szeszének tűnik majd előtted. De nem szeszély. Meghallgatod? És hajlandó vagy beleegyezni, hogy ez döntsön rólad és rólam? Anzelm értetlenül pillantott barátnőjére, gondült a sápat vonásokon. Mosolya azonban bizalommal öntötte el, és igent mondott. Egy feladatot szánok neked, mondta Iris, és hirtelen megint nagyon komoly lett. Tedd meg, jogodban áll, egyezett bele barátja. Nem tréfálok. Mondta Iris. És ez az utolsó szavam. Elfogadod, ahogy a lelkemből szól, és nem fogsz fölötte kufárként alkudozni akkor sem, ha nem érted meg rögtön? Anzel megígérte. Ekkor így szólt Iris, miközben felállt és kezét nyújtotta. Többször említetted, hogy nevem hallatára mindig valami rég feledett emlék életföl benned, ami valamikor fontos és szent volt előtted. Ez a jel, Anzel. Ez vonzott hozzám évek során. Én is azt hiszem, hogy lélekben elvesztettél és elfelejtettél valamit, ami fontos és szent volt, aminek újra fel kell élednie, mielőtt rátalálsz a boldogságra és eléred azt, ami neked rendeltetett. Isten veled, Anzel! Most elköszönök tőled, és kérlek, menj, és találd meg azt, amire a nevem emlékeztet. Azon a napon, amikor rátaláltál, Asszonyotként tartok veled, ahová csak akarod. És nem lesz más kívánságom. Csak ami a tiéd. A megzavarodott Anzelm döbbenten akarta szavába vágni, hogy szeszélyének rója fel a követelést, de Iris tiszta tekintetével ígéretére figyelmeztette, mire elhallgatott. Lesüdött szemmel fogta meg kezét, ajkához vonta, és kiment. Már magára vállalt és meg is oldott életében néhány feladatot, de még egy sem volt ilyen különös, fontos és ilyen kilátástalanul elcsüggesztő. Nap múlt nap után belefáradt a sok töprengésbe, és újra meg újra eljött az óra, amikor elkeseredve és dühösen bolondos női szeszéként szitta az egészet, és gondolatban el is utasította a feladatot. De ilyenkor a lelkemélyén valami ellentmondott. Valami nagyon finom, titokzatos fájdalom, gyöngéd, alig hallható figyelmeztetés. Saját szívében lakozott ez a halk hang. Igazat adott Irisnek, és ugyanazt követelte, amit ő. Ez az egyetlen feladat volt csak hihetetlenül nehéz a tudós férfi számára. Emlékeznie kellett valamire, amit már régen elfelejtett egyetlen aranyszálat kellett újra megtalálnia az alámerült évek pókhálóján. Meg kellett ragadnia, hogy odavigye szerelméhez azt, ami semmi vált, akár egy szétfosztott madárfüty, akár zenehallgatás közben átélt derű vagy szomorúság halvány emléke, ami finomabb, tünékenyebb és testetlenebb a gondolatnál, semmibb az éjszakai álomnál, megfoghatatlanabb a reggeli ködnél. Néha csüggetten mindezt eltaszította magától, és rossz kedvűen feladta a gyötrő gondolkodást. Ilyenkor valami, mint távoli kertek lehelete, legyintette meg láthatatlanul, és Iris nevét suttogta maga elé tízszer és még többször, halkan, játékosan, ahogy feszes húron egy hangot próbál az ember. Iris, suttogta, Iris, és finom fájdalom jelezte, hogy megmozdult benne valami mint mikor egy régi elhagyott házban ok nélkül kinyílik az ajtó és megnyikordul egy ablak. Megvizsgálta emlékeit, melyekről azt hitte, hogy jól elrendezve hordja őket magában, és eközben döbbenetes fölfedezésekre bukkant. Emlékeinek tárháza mérhetetlenül kisebb volt, mint valaha is gondolta volna. Amikor utánuk kutatott, teljes évek estek ki, álltak üresen, mint beíratlan lapok. Rájött, nagy fáradtságába kerül, hogy édesanyja képét ismét fölelevenítse. Teljesen kiment a fejéből, hogy hívták azt a lányt, kinek még mint ifjú egy éven át tette a szépet tüzes szavakkal. Eszébe jutott egy kutya. Szeszéből vette meg egyetemista korában, és egy darabig nála volt, vele élt. Napokig tartott, amíg rájött a kutya nevére. A szegény ember fájdalommal, növekvő bánattal és aggodalommal látta, mi üresen folyt szét mögötte az élet. Semmi köze hozzá, idegen, csak olyan a kapcsolata vele, mint azzal, amit az ember valamikor megtanult kívülről, de amiből már csak fáradtsággal képes összehordani néhány semmitmondó mondó töredéket. Írni kezdett. Legfontosabb élményeit akarta leírni évről évre visszamenőleg, hogy ismét maradéktalanul birtokba vegye őket. De hol voltak ezek a legfontosabb élmények? Hogy professzor lett? Hogy egyszer doktor, egyszer diák, egyszer meg egyetemi hallgató volt? Vagy hogy valamikor az eltűnt időkben tetszett neki egy darabig, ez vagy az a lány? Rémültem pillantott föl. Ez volt az élet. Ez minden. Homlokára ütött, és erőltetetten fölnevetett. Eközben rohant az idő, még soha nem szaladt ilyen gyorsan és kérlelhetetlenül. Tovaszált egy év, és neki úgy tűnt, még pontosan ugyanazon a helyen áll, mint abban az órában, amikor elhagyta Iriszt. Ám ebben az időben nagyon megváltozott, és ezt mindenki látta, észrevette, csak éppen ő nem. Megöregedett. Ugyanakkor meg is fiatalodott. Ismerősei szemében szinte idegen lett. Szórakozottnak, szeszélyesnek és furcsának találták. Különc hírébe került, akiért kár, de hát ugye, már túl hosszú ideje aglegény. Előfordult, hogy megfeledkezett a kötelességéről, és hiába vártak rá tanítványai. Megtörtént, hogy elhanyagolt kabátjával letörölte a párkányokról a port. Néhányan úgy vélték, inni kezdett. Máskor azonban megszakította tanítványainak tartott előadását. Valamit önmaga elé idézett, gyermeki módon elmosolyodott, szívbe markolóan, ahogy még senki se látta, majd meghatott, meleg hangon folytatta beszédét, mely sok hallgatónak megérintette a szívét. Sok idő telt el, és a távoli évek illatozó, elmosódott nyomain történő reménytelen portyázás olyan új értelmet nyert, melyről még maga sem tudott semmit egyre gyakrabban fordult elő, hogy az addig ismert emlék mögött más emlékeket fedezett fel, ahogy néha az öreg festett falon, a régi képek mögött rejtve, valamikor átfestett még régebbiek szunnyadnak. Fel akart idézni valamit, egy város nevét, melyben átudazóként napokat töltött, vagy egy barátjának a születésnapját, vagy más egyebet, és amint a múlt egy kis darabján törmelékén átásta, átfejtette magát, hirtelen valami egészen másra bukkant. Akár az áprilisi szél, vagy a szeptemberi ködös nap egy lehelet simogatta meg, érezte illatát, jó ízét, sötét gyöngéd érintését valahol a bőrén, a szemében, a szívében, és lassanként megvilágosodott előtte. Valamikor lennie kellett egy napnak, kék, meleg vagy hideg szürke, de valamilyen napnak, melynek a lényege homályos emlékként egészen biztosan megrögződött benne. Ezt a tavaszi vagy téli napot, melyet világosan érzékelt, még az illata is az orrában volt, nem tudta elhelyezni a valóságos múltban. Hiányoztak a nevek, a dátumok, talán egyetemista korában élte át, talán még a bölcsőben, de az illata ott volt, és érezte, életre kell benne valami, amiről nem tudott amit képtelen volt megnevezni, meghatározni. Olykor úgy tűnt, ezek az emlékek az élet előtti múltba egy másik létbe nyúlnak vissza, bár ezen maga is mosolygott. Sok mindenre rábukkant Anselm, amikor tanácstalanul vándorolt át az emlékezet szakadékain. Sok olyanra, ami hatott rá és megragadta, és sok másra, ami rémületet, félelmet ébresztett benne, csak arra nem talált rá, amit Iris neve jelentett neki. képtelen rátalálni, újra felkereste szülőföldjét. Viszont látta az erdőket, az utcákat, a járdákat, a kerítéseket. Megállt gyermekkora régi kertjében. Érezte hullámok szakadnak a szívére, s mint az álom szövibe a múlt. Szomorúan, csöndesen tért vissza onnan. Betegnek mondta magát, és mindenkit elküldött, aki meg akarta látogatni. Egy valaki mégis fölkereste. A barátja volt, akit akkor látott utoljára, amikor megkérte Iris kezét. Belépett és megpillantotta Anzelmet, amint elesetten gubbaszt barátságtalan cellájában. Kelj föl, mondta, és jöjj velem, Iris látni akar. Anzelm fölugrott. Iris, mi van vele? Ó, tudom, tudom már. Igen, mondta a bátyja. Gyere! Halálán van, régóta betegen fekszik. Írishez mentek, nyugágyban feküdt sújtalanul, soványon akár egy gyermek, és nagyra nyílt fényes szemmel mosolygott. Oda nyújtotta Anzelmnak könnyű, fehér gyermekkezét, amely úgy nyugodott a férfi tenyerében, mint egy virág, arca pedig sugárzott. Anzelm, mondta, nem haragszol rám? Nehéz feladat elé állítottalak, és látom, nem futamottál meg. Keres csak tovább, menj ezen az úton, amíg célhoz nem érsz. Azt hitted, értem jársz rajta, pedig saját magadért kell végigjárnod, ugye tudod? Sejtettem, szólt Anzelm, és most már tudom. Hosszú ez az út, éris és rég visszafordultam volna, de már nem találom a visszavezető utat. Nem tudom, mi lesz vele. A lány Anzem szomorú szemébe nézett, és derűsen vigasztalóan mosolygott. Az pedig keskeny keze fölé hajolt, sokáig sírt, és a lány keze nedves lett a könnyektől. Hogy mi lesz veled, mondta távoli emlékeket idéző hangon. Hogy mi lesz veled, azt ne kérdezd. Sokat kutattál, kerestél életedben. Kerested az elismerést, a boldogságot, a tudást és engem. A te kicsi íriszedet. Mindezek csak kedves képek voltak, és elhagynak, ahogy most nekem is el kell hagynom téged. Magam is így jártam. Folyton kutattam, kerestem, és amit találtam, azok szép, kedves képek voltak, és mindig lehullottak, elhervadt. Nem ismerek már több képet, nem keresek tovább, hazaérkeztem. Még csak egy kis lépés van hátra, aztán otthon leszek. Te is odajössz majd, Anzel, és kisimulnak homlokodon a ráncok. Olyan sápat lett, hogy Anzem kétségbe esetten kiáltott föl. A várj még, Iris, ne menj el! Hagy legalább egy jelet itt számomra, hogy nem tűnsz el mellőlem végleg bólintott, majd kezébe vett egy üvegpoharat, és átnyújtott barátjának egy most kinyílt kék nőszírmot. Íme, vedd az én virágomat, az íriszt, és ne felejts el. Keres engem, keresd az íriszt, úgy el fogsz jutni hozzám. Anzelm sírva tartotta kezében a virágot, és könnyez levet búcsút. És amikor barátja megküldte a hírt, újra eljött. Segített virágokkal feldíszíteni, majd sírba tenni a koporsót. Ezután összeloppant mögötte az élet, úgy tűnt képtelen tovább szűni ezt a szálat. Mindent fölszámolt, elhagyta a várost, a hivatalt, és nyoma veszett a világban itt-ott látták még föl, -föl szülőhelyén, rákönyökölt a régi kert kerítésére. De ha az emberek kérdezősködtek utána, mert törődni akartak vele, nem találták. Eltűnt. A nőszilom kedves maradt számára. Ha meglátott egyet, gyakran füléje hajolt, és amint pillantása hosszan alámerült a kehelybe, úgy érezte a kékes mélyből minden múltnak s jövőnek illata sejtése száll felé. Azután szomorúan ment tovább, mivel elmaradt a beteljesedés. Olyan volt ez, mintha egy félig nyitott ajtónál fülelne, és hallaná, miként lélegzik bent a legkedvesebb titok, és amikor éppen arra gondolt, most, most tárul föl és teljesedik be minden, becsapódott az ajtó, és a világ fagyasztó szelesziszegett át magányán. Álmaiban édesanyja beszélt hozzá, akinek alakját, arcát most olyan tisztán is közel érezte, mint hosszú évek során még soha. És Íris szólt hozzá, és amikor fölébredt, még ott csengett a szava, és egész nap azon igyekezett, hogy megértse. Nem volt lakhelye, idegenül bolyongott a tájon. Házban aludt vagy erdőben, kenyeret evett vagy bogyókat, bort ivott vagy a bokrok levelének harmatát, nem tudott számot adni róla. Sokan bolondnak nézték, sokan varázslónak, sokan féltek tőle, sokan kinevették, sokan szerették. Olyat tanult meg, amit sohasem tudott. Gyermekek közé vegyülve vett részt különös játékaikban, elbeszélgetett egy letölt faággal, apró kavicsal. Tél és nyár zúgott el fölötte, ő pedig virágkelyhekbe nézett, patakba, tóba. Képek, mormogta időnként maga elé, mindezek csak képek. De érzett magában egy lényt, ami nem kép volt. Ezt követte, és ez a benne lévő lény olykor beszélt is Iris és az édesanyja hangján. Szava vigasz volt és remény. Csodák történtek vele, amiken ő nem csodálkozott. Behavazott Szántóföldön ment át egyszer a télben, és jégcsap nőtt a szakállán. És a hóban, hegykén, karcsún állt egy szál íris, egyetlen szép virágot hajtva, ő pedig mosolyogva hajolt föléje, mert most ismerte föl azt, amire íris minduntalan figyelmeztette. Megismerte benne gyermekkori álmát. Elnézte, amint a világoskék út aranypálcikák között fényes erezettel vezet a virág titkába, szívébe, és tudta, ott van, amit keresett, ott volt a lényeg, ami nem kép többé. És ismét rátaláltak az intelmek, álmok vezették, ő pedig egy kunyhóhoz ért, hol gyerekek voltak, akik tejjel kínálták, játszottak vele, történeteket meséltek, Elmondták, hogy az erdőben a szénégetőknél csoda történt. Bárki megnézheti, nyitva áll a szellemek kapuja, amely csak minden ezer évben tárul ki. Meghallgatta, rábólintott a kedves képre, és ment tovább. Egy madár dalolt előtte az égeresben, különös hangja volt, akár a meghalt írisznek. Követ. Az pedig mind tovább és tovább repült, ugrált át a patakon mélyen be az erdőségbe. Amikor elhallgatott a madár, és már sem hallani, sem látni nem lehetett, azzal megállt, szétnézett. Mély völgy vette körül, az erdőben széles, zöld lombok alatt forrás csörgedezett halkan, különben minden csöndes volt és várakozó. Mellében azonban a szeretett hangon tovább énekelt a madár, és tovább hajtotta. Míg egy sziklafalhoz nem ért. Moha nőtte be, közepén rés tátongott, keskeny szoros, ami a hegy belsejébe vezetett. Öreg ember ült a rés előtt. Mikor Anzelmet közeledni látta, fölállt és kiabálni kezdett. Vissza, hé, ember, vissza! Ez a szellemek kapuja! még senki se jött vissza, aki itt bement. Anzelm bepillantott a szikla kapun, látta, hogy egy kéklő ösvény vész el a hegy mélyén, és két oldalt sűrűn aranyoszlopok állnak, az ösvény pedig úgy süllyed bent lefelé, mintha hatalmas virág kejhébe tartana. Fényesen zendült föl mellében a madár éneke, és anzelm az őr mellett belépett a résbe. Az aranyoszlopokon át a kék titokba. Íris volt az, az ő szívébe hatolt, és a nőszilom édesanyja kertjéből. Lebegve haladt kék kelljébe, és ahogy csöndesen az aranyderengés felé tartott, hirtelen ott volt minden emlék és tudás mellette, egy alakban. Érezte saját kezét, kicsi volt és puha a szerelem dalai csendültek meg hittem fülében. Úgy csengtek, az aranyoszlopok pedig úgy ragyogtak, mint hajdaná gyermeksége tavaszain. Minden neki dalolt, neki világított. És újra itt volt az álma is, amit még kisfiúként álmodott, hogy lépked lefelé a kehelyben, mögötte lépked is siklik a képek teljes világa, és elsüllyed a titokban, amely ott van minden kép mögött. Ánzen halkan énekelni kezdett, és útja némán ereszkedett alá, otthona felé. Man Hesse Madár Madár régebben Montagsdorf közelében élt. Nem volt túlságosan tarka, és nem is dalolt különösebben szépen. Nem volt se túl nagy, sem pedig tekintélyes megjelenésű nem. Akik még látták, kicsinek, sőt aprónak mondták. Tulajdonképpen szép sem volt, inkább különös és idegen. Épp az volt benne a különleges és nagyszerű, ami minden olyan állatban is lényben megvan, amely nem tartozik semmilyen nemhez és fajhoz. Nem volt héja, se nem tyúk, de még csak cinege, fakopács vagy sem. Egyszerűen Montagsdorf madara volt, sehol nem akadt párja, egyszeri, megismételhetetlen jelenség volt. idők óta, emberemlékezet óta tudtak róla, és ha igazából csak Montagsdorf környékén ismerték is. Tudott róla a szélesebb szomszédság, és ugratták is miatta néha a Montagsdorfiakat, mint mindenkit, akinek van valami hóbortja. Lám, lám, mondogatták. Jó kis madarat fogtak ezek a bolondos Montagsdorfiak. Karénótól Morbióig, és még tovább ismerték és meséltek róla de amint az gyakran megesik, csak az utóbbi időben, sőt, tulajdonképpen csak eltűnése óta próbálnak igazán pontos és megbízható adatokat szerezni róla. Sok idegen érdeklődik felőle. Jó néhány zorfi lakost meg is hívtak egy kis borozásra és csevegésre, míg aztán kiderült, hogy az illető személyesen soha nem látta madarat. De ha immár nem láthatták is sokan, mindenki ismert valakit, aki legalább egyszer vagy akár több alkalommal is látta és mesélt róla. Mindezt most kiderítették és följegyezték, és igazán érdekes, hogy a különböző tudósítások és feljegyzések mennyire eltértek egymástól madár külsejét, hangját, repülését, szokásait, illetve az emberekkel való érintkezését illetően. Régebben állítólag sokkal gyakrabban látták, és akivel találkozott, annak mindig nagy örömet szerzett. Élménynek, szerencsének, mondhatni kalandnak számított. Olyas valami lehetett, mint amikor egy természetbarát időnként megpillant és megfigyelhet egy rókát vagy egy kakukkot. Olyan érzés ez, mintha a teremtménynek ilyenkor néhány pillanatra megszűnnének félelmei a gyilkostól, vagy ha maga az ember egy ember előtti élet ártatlan állapotába csöppenne. Voltak persze olyanok is, akik nem sokat törődtek madárral mint ahogy olyanok is szép számmal akadnak, akiket nem érdekel, ha rábukkannak egy enciánra, vagy találkoznak egy okos kígyóval. Mások viszont nagyon is szerették, és ezeknek örömet és kitüntetést jelentett, ha találkozhattak vele. Alkalomattán igaz csak nagyon ritkán, hallani lehetett olyan véleményt is, miszerint madár inkább kártékony, de legalábbis ijesztő lény. Aki megpillantotta, egy ideig izgatottá vált. Éjszakánként nyugtalan álmok gyötörték, és lelkében valamiféle kellemetlen érzés vagy honvágy támadt. Megint mások vitatták ezt, és azt állították, hogy nincs csodálatosabb és nemesebb érzés annál, amit a madárral való találkozás ébreszt az emberben. A szív ilyenkor úgy felszabadul, mint amikor valamely szentséggel találkozik az ember, vagy hall egy szép dalt, és csupa csodálatos és példás dolog jut az eszébe, és lelkében megfogadja, hogy megváltozik, megjavul. Egy Salaster nevezetű férfiú, Montagsdorf éveken át hivatalban lévő és közismert polgármesterének egyik unokafivére, élede során különösen sokat foglalatoskodott madárral. Saját bevallása szerint minden évben legalább egyszer, néha kétszer, alkalomattán többször is találkozott vele, és ilyenkor, napokig különös hangulat kerítette hatalmába. Nem állítja, hogy vidám lett volna, inkább egyfajta sajátos izgatottság uralkodott el rajta. Várakozások és sejtelmek gyötörték, és ezeken a napokon szíve másként vert, sajgott, majd hogy nem fájt, minden esetre érezte, hogy a keblében dobog, holott egyébként szinte tudomást sem veszünk róla, hogy van szívünk. Egyéb iránt vélekedett Salaster alkalomattán, ha madárra terelődött a szó, nagy dolog ám, hogy ez a madár a környéken él, és mindenki büszke lehet rá, mert igazán ritkaság számba megy, és bátran kijelentheti, hogy abban, kinek ez a titokzatos madár gyakrabban megjelenik, mint másoknak, különleges nemes lélek lakozik. A nemesb és műveltebb rendek olvasói számára megjegyezzük, hogy Chalester koronatanúja és sokat idézett fő forrása a jelenség azon eszkatológikus értelmezésének, mely az utóbbi időben újra a feledés homályába merült. Továbbá Salaster madár eltűnését követően szószólójává lett a ma Montagsdorfi kispártnak, mely föltétlenül hit abban, hogy madár még él, és egyszer újra felbukkan. Amikor először láttam, tudósított Salaster, Kisfiú voltam, még iskolába se jártam. A házunk mögött lévő gyümölcsösben játszottam, a fű frissen volt nyírva. Épp egy cseresznyefa mellett áldogáltam, melynek egyik alsó ága lehajolt hozzám, és elnéztem a kemény, zöld cseresznyéket, amikor madár leszállt a földre a falombja közül. Azonnal föltűnt, hogy más, mint a többi madár, melyet ismertem. Leült a fűbe, aztán ugrándozni kezdett. Kíváncsian és álmélkodva szaladtam utána, végig az egész kerten át. Csillogó szemét rám-rám vetette, aztán tovább szögdécselt. Olybá tűnt, mintha csak a maga örömére táncolna és énekelne. Nekem azonban föltűnt, hogy engem próbál elcsábítani, és nekem kíván örömet szerezni. A nyakán fehér folt virított. Eltáncolt egészen a hátsó kerítésig, ahol csalán burjánzott. Hirtelen felröppent, aztán letelepedett egy kerítés oszlopra. Csicsergett, még egyszer barátságosan biccentett, majd szélsebesen eltűnt, és ettől egészen megrémültem. Később többször is megfigyelhettem, hogy egyetlen állat sem képes olyan villámgyorsan is váratlanul fölbukkanni és eltűnni, mint madár. Beszaladtam anyámhoz a házba, és elmeséltem neki, amit láttam. Azt mondta, ez csak a neve nincs madár lehetett, és örülhetek, hogy láttam, mert szerencsét hoz. Shalaster némely más krónikástól eltérően madarat apró termetűnek, ökörszemnél alig nagyobb bacskának ábrázolta. Legapróbb a feje, egy bámulatosan kicsi, okos és mozgékony fejecske. Az egész madár jelentéktelennek tűnik, de őszesbe forduló szőke bóbitájáról azonnal ráismerni, továbbá arról, hogy megnézi az embereket, amit más madarak soha nem tesznek. Bóbitája hasonlít a szajkóéra, bár annál sokkal kisebb, és gyakran eleve nem mozgatja. Madár általában igen fürge, sebesen repül és mozdulatai rugalmasak és kifejezők. Úgy tűnik, mintha szemével, biccentésével, bóbitájának mozgatásával, szögdécselésével és röptével állandóan közölni kívánna valamit. Emlékeztetni akarna valamire, mintha mindig valakinek a megbizatását teljesíteni követ volna, és valahányszor látja az ember, egy ideig önkéntelenül is szinte csak rágondol, és azon töri a fejét, vajon mit akarhat, és mit jelent egyáltalán. Nem szereti, ha kutakornak is leselkednek utána sose lehet tudni, honnan jön. Egyszer csak váratlanul fölbukkan, letelepszik az ember közelébe, és úgy tesz, mintha örökkön örökké ott kubbasztott volna, és barátságosan nézegeti az embert. Tudjuk, a madaraknak rideg, félénk és üveges a tekintete, és nem néznek az emberre. Ő azonban vidáman és bizonyos értelemben jó szándékkal figyeli az embereket. Ős Ősidők óta keringenek mendemondák és mesés történetek madárról. Manapság kevesebben emlegetik. Az emberek megváltoztak, az élet keményebb lett. A legtöbb fiatal a városba jár dolgozni. A családok nyári estéken nem üldögélnek együtt a küszöbön, téli estéken pedig a tűzhely mellett. Az embernek semmire sincs ideje. A mai fiatalok nemigen ismernek fel erdei virágokat vagy pillangókat azért ma is akar néha egy öreg néne, vagy egy nagyapó, aki madár történetekkel szórakoztatja a gyerekeket. Egy ilyen talán a legrégebbi történet a következőképpen hangzik. A Montagsdorfi madár egyidős a világgal. Tanulja volt, amikor Káin agyonütötte fivérét Ábelt. Ivott is egy cseppet Ábel véréből, aztán elrepült és elterjesztette a halál hírét, és még ma is figyelmezteti a testvérgyilkosságra az embereket, nehogy megfeledkezzenek róla, és emlékezzenek rá, hogy az emberi élet szent, és hogy testvéri békességben éljenek. Ezt a történetet Áberről már régi korokban feljegyezték, sőt, költemények is születtek róla. Ám sok tudós ember úgy véli, hogy az Ábel madár legendája ősrégi ugyan, számos országban és számos nyelven elterjedt, de tévesen vonatkoztatják a mondtak madárra. Azzal érvelnek, dőresség volna föltételezni, hogy a négyezer éves Ábel madár ebben a kis térségben telepedett volna le, és sehol másút nem mutatkoznék. Részünkről pusztán csak azzal érvelünk, hogy a mondák világában nem olyan észszerűen zajlanak az események, mint az akadémiákon, és feltehetnők a kérdést, vajon nem épp a tudósoknak köszönhetjük-e, hogy annyi bizonytalanság és ellentmondás zavarta meg a madár körüli kérdést. Tudomásunk szerint ugyanis korábban senki nem vitatkozott madárról szóló mondákról. És ha valaki más történetet mesélt róla, mint a szomszédja, higgadtan végighallgatta. Sőt, az csak madár hírnevét öregbítette, hogy az emberek különféleképpen gondolkodnak és mesélnek róla. Tovább mehetnénk, és azt is a szemükre vethetnénk a tudósoknak, hogy nem csak madár kiírtása szálltad a lelkükön, hanem vizsgálódásaikkal most még azt is könnyen elérhetik, hogy emléke teljesen homályba vész, Arról a róla szóló mondák pedig semmivé foszlanak, mivel a tudósok fő foglalatossága szemlátomást a dolgok semmi foszlatása. Ám de kivenné a bátorságot, hogy ilyen durván neki támadjon a tudósoknak? Kiknek, ha nem is mindent, de azért sok mindent köszönhet a tudomány. kanyarodjunk csak vissza a régi korok madármondáihoz, melyek töredékeit még mindig őrzi az egyszerű nép. Legtöbbjük szerint madár elvarázsolt, átváltoztatott vagy elátkozott lény. A napkelet utazóinak hatásával, kiknek történetében a Montagsdorf és Morbió közötti vidék nem csekély szerepet játszik, és kiknek nyomai még ma is felelhetőek arra felé. Nos tehát, az ő hatásukkal magyarázható Amamonda, Miszerint Madár egy elvarázsolt Hohenstaufer uralkodó, nevezetesen a család azon utolsó nagy császára és mágusa, aki Szicíliában uralkodott, és ismerte az arab bölcsesség összes titkát. Úgy regélik, hogy Madár korábban fejedelem vagy pedig varázsló volt. Ez utóbbi változatot félte hallani például Seuszter is, és egykoron egy vörös házban lakott a Kígyó Dombon, és hatalmas tisztelet övezte az egész környéken, még nem bevezették a Flaschenfink féle tartományi jogrendszert, minek következtében jó néhányan földön futókká váltak, mivel hogy a törvény tiltottnak nyilvánította, és az infámia büntetésével sújtotta a varázslást, a verselést, az átváltozást és némely egyéb ehhez hasonlatos mesterséget. Akkoriban a varázsló szederet és akácfákat ültetett vörös háza köré, ami hamarosan el is tűnt a buja tövises bozót vadomban. Ekkor hátat fordított birodalmának, és kígyó kíséretében eltűnt az erdőkben. Madár alakjában időnként azonban visszatér, hogy megzavarja az emberi lelkeket és varázslatokhoz folyamodjék. Mert természetesen varázserő semmi más, amivel megbabonázza áldozatait. A mesélő nem tesz említést arról, hogy a varázslás, amit madár űz, a fehér, avagy a fekete mágia körébe tartozik-e. Kétség kívül ugyancsak a napkelet utazóira vezethetők vissza azok a különös, az anyajok kultúrájának bizonyos rétegére utaló mondatöredékek, melyekben Auslanderin más néven Ninoni szerepet játszik. Néhány fabula arról számol be, hogy ennek az Auslanderinnek sikerült hálójába csalogatni, és évekig fogva tartani madarat, még nem fellázadt a falu, és kiszabadította. De az a fáma is járja, hogy Ninon, az Auslanderin, madarat, mint varázslót már abból az időből ismerte, midőn még nem változott madárrá, és együtt éltek a Vörösházban, ahol hosszú, fekete kígyókat és kék pávafejű gyíkokat neveltek. Egyéb iránt a Montagsdorf fölött tornyosuló Szederhegyen még ma is csak úgy hemzsegnek a kígyók, és bárki meglesheti, ahogy minden kígyó és gyík egy pillanatra megdermed, felszegi aztán meghajtja fejét, amikor arra a helyre él, hol egykoron a mágus műhelyének küszöbe állott. Nina egy régen elhunyt falubéli asszony mesélte volt ezt a változatot, és mindenekre megesküdött, hogy bizony sokszor gyűjtött gyógynövényt a ma tüskehegyen és mindahányszor látta, amint a kígyók meghajolnak azon a helyen, ahol egy rózsafa négyszáz éves tönkje még ma is jelzi a varázsló hajdani házának bejáratát. Más hangok halálos bizonyossággal viszont azt hirdetik, hogy Ninonnak az égvilágon semmi köze sem lehet a varázslóhoz, mert hogy sokkal, de sokkal később érkezett arra a vidékre a napkelet utazóinak kíséretében annál, mint ahogy a madár már madárrá változott volna. Nem telt el még egy emberöltő sem azóta, hogy utoljára látták madarat. Csak hogy az öregek olyan észrevétlenül elmennek. A báró is halott, és a jókedvű Marió sem jár kél oly peckesen, mint ahogyan még mi ismertük. És egy napon egyszerre csak egyetlen lélek sem akad majd, aki élt volna madár idejében. És bár zavarosnak tetszhet, ezért kívánjuk följegyezni életének és eltűnésének történetét. Bár az Isten háta mögött fekszik Montagsdorf, és bár ismeretlenek a környéken található csöndes kis erdei szurdokok, ahol a kánya kormányozza a világot, és minden szögletben kakuk szól, azért alkalomattán idegenek is megpillanthatták madarat, és megismerkedhettek a róla szóló legendákkal. Klingszor a festő bizonyos állítások szerint sokáig élt egy ottani palota romos falai között, a Morbius szurdok pedig Leo, a napkelet utazóinak vezetője révén vált ismerté. Egyébként a Monda egyik képtelen változata szerint Ninon tőle kapta a püspökkenyér receptjét, melyel madarat etette és megszelédítette. Röviden tehát sok-sok hír keringett évszázadokon át, oly ismeretlen és érintetlen vidékünkről, és éltek távoli nagyvárosokban és egyetemeken olyan emberek, akik disszertációkat írtak Leo Morbiobéli útjáról, és különös érdeklődéssel követték a Montagsdorfi madáról szóló különböző történeteket. Ezen közben mindenféle hiteltelen mendemonda is elterjedt szájhagyomány útján vagy írott formában, ám ezek kiírtásáért a komolyabbnak nevezhető mondakutatás mindent megtesz. Többek között nem egyszer felmerült az a képtelen állítás, Miszerint madár azonos volna az ismert Piktormadárral, aki a festő klingszorral állt kapcsolatban és birtokában volt az átváltozás művészetének, illetve számos egyéb titoknak. Csak hogy azt a bizonyos Piktor révén ismerté vált madarat, piros madár, zöld madár, szép madár, merész madár, olyan pontosan leírták bizonyos forrásokban, hogy egy ilyen téverésnek még csak a lehetőségétől is mereven el kell zárkóznunk. A művelt világ érdeklődése irántunk, Montagsdorfiak valamint madarunk iránt, és ezzel együtt madár története végül is a következőképpen alakult. Egy napon akkori polgármesterünk, a már említett Sehuster, hivatalos írást kapott a felettes hatóságtól, melyben az állt, hogy a KGBK, azaz a keleti gód birodalom követe az ottani polgármester. Nagy tudorú Lückensztett titkos tanácsos megbízásából a következő közlendőt ajánlja szíves figyelmébe, és szorgalmazza annak mielőbbi közhírét, ételét Montagzorf lakosai körében. Lückensztett titkos tanácsos úr a kultuszminisztérium segítségével egy bizonyos névtelen madár nyomára bukkant, melyet tájnyelvi kifejezéssel élve Montagzorfi madárnak titulálnak, és kerestetni kezdte. Aki tud a szóban forgó madárról, annak életmódjáról, táplálkozási szokásairól, ismer róla szóló közmondásokat, mondákat és a többi, haladéktalanul tegye meg bejelentését a császári keleti gódi birodalom Berni nagykövetségén. Továbbá, aki nevezett polgármesteri hivatalnak, ugyanezen nagykövetségnek történő átadás céljából a szóban forgó madarat élve és egészséges állapotban beszolgáltatja, annak ezer aranydukát jutalom üti a markát. A halott madárért, vagy annak jó állapotban lévő lenyúzott tollazatáért csupán csak száz dukát dukál. A polgármester hosszasan eltűnődött a hivatalos irományon. Méltánytalanságnak, egyenesen orcátlanságnak tűnt fel neki, hogy már megint mire ragadtatják magukat a hatóságok. Ha ő, mármint Szehuszter közvetlenül maguktól, a tanult gótoktól, vagy akár a keleti gót követségtől kap effajta felszólítást, összetépi és kész. Esetleg röviden tudtára adja az uraságoknak, hogy Szehuszter polgármestert ugyan senki emberfia nem kényszerítheti efféle ízetlen tréfára. Egyéb iránt az uraságok tehetnek neki egy szívességet. A megkeresés azonban saját hatóságától érkezett, vagyis parancsnak minősült már pedig a parancsot teljesíteni kell. Miután Balmelli a vén községírnok távollátó szemével és messzire nyújtott karjával végigolvasta az írást, elfojtott egy gunyoros mosolyt, melyre különben méltatta volna az affért, leszögezte. Engedelmeskednünk kell, Szehuszter úr, mese nincs. A levelet személyesen fogom kitűzni. Néhány nap múlva a község apraja-nagyja olvasta a hirdetményt a városháza tábláján. Madár közpréda lett, az idegenek szemet vetettek rá, pénzt tűztek ki a fejére. A kantonszövetség és a kanton is elmulasztotta, hogy védelmébe vegye a mesés madarat, és mint mindig ezúttal se törődött a kutya se a kis emberek kívánságával. Balmelli legalábbis ezt gondolta. Azt bezzeg hatalmas jutalommal kecsegtették, aki képes törbe csalni, vagy lepuffantani szegény madarat, és akinek sikerül, egy csapásra dúsgazdag lesz. Az egész község erről beszélt, mindenki ott tolongott a városháza előtt, és hevesen vitatkozott a hirdető tábla körül. A fiatalok a híren felbuzdulva eltökélték, hogy azon mód és tőlöket állítanak. Az öreg Nina csak csóválta ősz karvajfejét, fejét, és ezt mondta gyalázat, szégyelje magát az egész kormány. Pénzért ezek még az üdvözítőt is elárulnák, de nem kaparintják meg, hál' Istennek, nem fogják megkaparintani. Amint salaszter a polgármester unokafivére is elolvasta a hirdetményt, hirtelen úgy tűnt, mintha megkukult volna. Egy árva szót sem szólt. Figyelmesen másodszor is végigböngészte az irományt, majd úgy döntött, hogy ezen a vasárnapon mégsem megy el a templomba, ahogyan eredetileg tervezte. Lassú léptekkel elindult a polgármester felé. Belépett a kertbe, aztán mégiscsak mást gondolt magában. Sarkon fordult és haza sietett. Salaszter élete során különös kapcsolatot alakított ki madárral. Gyakrabban látta és alaposabban megfigyelte, mint bárki más. Azok közé tartozott, ha szabad így mondani, akik hittek madárban, komolyan vették, és egyfajta nemesebb jelentőséget tulajdonítottak neki. A nyilvánosságra hozott hír ezért váltott ki belőle ilyen heves és ellentmondásos érzéseket. Az első pillanatban természetesen nem gondolt mást, mint az öreg Nina és a legtöbb élteskorú és hagyományokhoz hű polgár. Megrettent és felháborodott amiért az idegenek kérésére az ő madarát, a falu és környéke kincsét és szimbólumát készek lettek volna kiszolgáltatni, vagy akár meggyilkolni. Hogyan lehetséges, hogy ezt a ritka és rejtélyes erdei vendéget, ezt a mesés, ősidők óta ismert lényt, aki híresítette Montagsdorfot, és aki miatt a falut gúnyolták is sokszor, és akiről számtalan mendemonda született, nos, hogyan merülhetett fel, hogy ezt a madarat most pénzért, tudomány érdekeiért, egy tudós-gyilkos kíváncsisága miatt fel kellene áldozni? Salaszter ezt az ötletet egyenesen felháborító, szentségtörést csábító képtelenségnek tartotta. Másrészt viszont, ha mindent tesz az ember, vajon nem kecsegtetie a szentségtörőt rendkívüli ragyogó sorssal? S vajon nem egy olyan különleges, kiválasztott és predestinált ember szükségeltetik e a dicsőített madár elfogásához, akihez gyermekkora óta titkos és bizalmas szálak fűzik, s aki immár maga is részesévé vált madár sorsának. És vajon ki más lehetne ez a kiválasztott, kivételes ember, mint ő maga, salaszter? És ha szentségtörés és bűn volna is madárra támadni, Vajon nem hasonlít -e ez a szentségtörés ahhoz, amit Iskarióti Júdás követett el, midőn elárulta az üdvözítőt? De vajon nem ugyanúgy szükségszerű szent, ősidők óta elrendelt és megjövendölt e ez az árulás is, akár csak az üdvözítő halála és feláldozása? S vajon számított-e volna valamit is? Tette fel a kérdést Salaster magának és a világnak megváltoztathatta, avagy megakadályozhatta volna-e az isteni döntést és a megváltást, ha a ma júdás erkölcsi vagy éjszokoknál fogva kilép szerepköréből, és megtagadja Jézus elárulását. Ilyen utakon kalandoztak Salaster gondolatai, melyek mélységesen felkavarták. Ugyanabban a gyümölcsös kertben, ahol egykoron kisfiúkorában először pillantotta meg madarat, és érezte e kaland kiváltotta furcsa, boldogságos reszketést, most háza mögött járkált fels alá nyugtalanul, a kecske is táló, a konyhaablak és a nyúlketrec mellett, miközben vasárnapi öltönye a pajta hátsó falára aggatott szénagerebjéket, villákat és kaszákat súrolta. És gondolatai, kívánságai és elhatározásai olyannyira izgalomba hozták, egyszer, mint megbénították, hogy mámorittas állapotba került, és majd meghasadt a szíve, amikor Júdásra gondolt, na meg a lelki szem előtt lebegő ezer álomdukától dagadozó pénzes zsákra. Közben a falu egyre csak forrongott. A hír közzététele óta a városházához rohant a falu apraja nagyja, időnként előlépett valaki, hogy még egyszer a hirdető táblára meredjen. Mindenki határozottan hangot adott véleményének, melyet személyes tapasztalat alapján, józan eszére hallgatva, avagy a szentírást citálva, meggyőző bizonyítékokkal támasztott alá. Alig akadt valaki, aki az első pillanattól kezdve ne foglalt volna állást a hirdetmény mellett vagy ellene. Ez persze a falunépét két ellenséges táborra osztotta. Néhányuk bizonyára azt érezte, amit Salaster, mármint, hogy rettenetesnek tartotta a vadászatot madárra. A dukátokat azonban szívesen tette volna, csak hogy nem mindenki volt képes arra, hogy ezt a viszályt önmagában olyan gondosan és bonyolultan elrendezze a sihedereknek akadt a legkönnyebb dolguk. Erkölcsi vagy patrióta ellenvetések nem csökkenthették vállalkozó kedvüket. Úgy vélekedtek, csapdákkal kellene próbálkozniuk. Talán melléjük szegődik a szerencse és elcsípik madarat, még ha nem is reménykedtek igazán, hiszen nem tudhatták, hogyan csalhatnák lépre. Ha azonban bármelyikük találkozna vele, legjobban tenni, ha azonnal lepuffantaná mivel hogy még mindig jobb száz dukát a zsebben, mint ezer képzeletben. A tömeg hangosan éjjenezte őket, és már előre élvezték, amit végeznek madárral, és a vadászat részleteiről kezdtek el vitatkozni. Ha megkaparinthatna egy jó flintát, rikkantotta valamelyikük, és kapna fél dukátot, kész volna tüstént fölkerekedni, mit sem törődve az előtte álló vasárnappal. Az ellentábor, melyhez szinte kivétel nélkül minden idősebb falubéli csatlakozott, mélységesen fölháborodott. Régi bölcsességeket vagdostak a fiatalok fejéhez, néhányan csak morgolódtak, mások viszont egyenesen elátkozták őket, mondván ezeknek semmi se szent, hitevesztett népség mind egytől egyik. A fiatalok kinevették őket, elvégre nem szentségről és hitről van itt szó, hanem arról, hogy ki hogyan bánik a puskával. Egyébként is mindig olyanok tetszelegnek az erénycsőszök és bölcsek szerepében, akik nem tudnak eltalálni egy madarat, mert vaksik, és képtelenek fegyvert ragadni, mert köszvényes a kezük. Így vagdalkoztak a derék ide-oda, köszörülték a nyelvüket, és közben majd megfeledkeztek a délidőről és az ebédről. Ki közelebbi, ki távolabbi kapcsolatban állt madárral, de mindegyikük szenvedélyesen és élénken számolt be családja sikereiről és kudarcairól. Emlékeztettek a megboldogult Nathanael apóra, a Vén és arra, amikor a napkeleti utazók megfordultak a vidéken. Énekes könyvekből idéztek és operákból. Utálták egymást, mégsem tudtak élni egymás nélkül. Elődeik életbölcsességeire hivatkoztak, régi korokról áradoztak, egy elhalt püspökről, végig szenvedett betegségekről. Egy öreg paraszt például váltig állította, hogy súlyos betegsége alatt a betegágyából látta, amint madár elrepült az ablaka előtt. Egy szempillantás műve volt az egész. Ettől fogva azonban a paraszt lábadozni kezdett. Mindenki részben csak magának mesélt. Látomásaira hagyatkozva, részben a falusiakhoz intézte szavait. Lelkesen, avagy panaszolkodván, egyetértőn vagy gúnyosan, és akár vitatkoztak, akár egyetértettek egymással, az örök összetartozás erejének a közös életkornak jótevő érzése éltette őket. Akár öregnek és okosnak, akár fiatalnak és okosnak képzelték magukat, akár ugratták egymást, akár melegséggel és jogosan védték atyáik jó erkölcseit, akár hencegtek elődeikkel, akár ifjúságukkal és ifjonti önteltségükkel dicsekedtek, Akár majdnem örre mentek, akár nevettek, vagy élvezték az összetartozás erejét, szilárd meggyőződéssel hirdették, hogy igazuk van, és jól beolvastak a többieknek. Enne szócsatározás és pártoskodás közepette, mielőtt a 90 éves Nina szőke unokáját megeskette, hogy mindig tiszteletben tartja őseit, és nem fog csatlakozni ehhez az istentelen, rettenetes ráadásul veszélyes madárvadászathoz, Mielatt a fiatalok fittyet hányva az öregasszonyra pantomimikus vadász jelenetet adtak elő, képzeletbeli puskákat szorítottak a vállukhoz, hunyorogva céloztak, aztán dír durt kiabáltak, váratlan dolog történt, ami fiatalba és öregbe egyaránt belérekeztette a szót, és amitől mindenki kővé dermett. Az öreg bál felkiáltott, mire minden tekintet kinyújtott karja és ujja irányát követte, és ekkor hirtelen halálos csönd támadt, mert a városháza tetejéről leszállt madár, akiről annyit locsogtak össze-vissza. Letelepedett a hirdető tábla szélére, szárnyához dörzsölte kerek kis fejét, megköszödülte a csőrét, eldarolt egy rövidke dallamot, miközben csillogó farktollával trillázott, bóbitáját felszekte, és a világ szeneláttára alaposan megmosakodott és illegette magát, amit a legtöbb falubéli csak hallomásból ismert. Aztán fehét kíváncsian lehajtotta, mintha el akarta volna olvasni a hatóság által kifüggesztett hirdetményt, hogy megtudja, mekkora díjat tűztek ki a fejére. Az egész alig tarthatott néhány másodpercig, de mindenki ünnepélyes látogatásnak és kihívásnak érezte madár megjelenését, és most Senki se puffogott, mindenki szótlanul és megbabonázva merett a vakmerő vendégre, aki ím leszállt hozzájuk, és vélhetően csak is azért választotta ezt a helyet és időpontot, hogy kigúnyolja őket. Álmélkodva és zavartan bámulták a népek a madarat, aki ilyen váratlanul meglepte őket. Lelkesen és nyájasan nézték a helyre legénykét, akiről az imént még tücsköt bogarat hordtak össze és aki híressítette a falut és környékét, aki egykoron tanúja volt Ábel halálának, Hohenstaufen uralkodó volt, vagy fejedelem, netán varázsló, és aki egy vörös házban lakott a kígyóhegyen, ahol még manapság is hemzsegtek a kígyók, igen, őt nézték. Őt, aki feltüzelte idegen tudósok és nagyhatalmak kíváncsiságát és bírvágyát, s akinek fejére ezer aranydukát vérdíjat tűztek ki. Mindnyájan csodálták és szerették. Azok is, akik a következő pillanatban már dühösen szitkozódtak és a földet rugdosták, amiért nem volt náluk a puskájuk, szerették és büszkék voltak rá, hisz az övék volt. Hírnevet, tiszteletet vívott ki nekik, és most ott lázkodott farkát billegetve, bóbitáját felborzolva közvetlenül fölöttük, mintha fejedelmük, avagy címerállatuk lett volna s csak akkor tértek magukhoz a kábulatból, nevettek egymásra, törtek ki üdvrivalgásban, dicsérték a madarat, ragadtak volna fegyvert, kérdezgették merre menekült, és idézték fel emlékezetükben, hogy ez a madár gyógyította meg valaha az öreg parasztot, akit a 90 éves Nina nagyapja még ismert. Éreztek valamiféle csodálatos érzést, boldogsághoz és nevetési ingerhez hasonlatosat, egyúttal titokzatos, varázslatos és iszonytató érzést, és csak akkor kezdtek el szanaszét rohanni, hogy otthonukban ebéd után nézzenek, és véget vessenek ennek a fortyugó népgyűlésnek, mely felkorbácsolta az egész falu lelkületét, melynek királya immár egyértelműen madár volt, mikor madárnak váratlanul nyoma veszett. Elcsendesedett a városháza környéke, és amikor kisvártatva megkondult a déli harangszó, a tér kiürült, kihalt, és a hirdetmény napsütötte fehér papírosára, lassan árny borult, a hirdető tábla szegély lécének árnyéka, ahol az imént még madártól lázkodott. Salaster eközben gondolataiba merülve fels alá a háza mögött, gerebjék és kaszák, nyúlketrec és kecske között. Léptei lassanként lehiggadtak. Teológiai és morális fontolgatásai egyre inkább kiegyensúlyozódtak és megnyugodtak. A déli harangszótól feleszmélt. kicsi riadtan és kiúzonodva tért vissza a mindennapok világába. Felismerte a harangszót, tudta, hogy feleség a hangja mindjárt ebédhez hívja. Elszégyelte magát rögeszméje miatt, és keményebb léptekre fogta a csizmáját. És ebben a pillanatban, amikor mint egy a harangszó igazolásaképpen felcsattant a felesége hangja, hirtelen úgy érezte, mintha valami megvillanna a szeme előtt. Közvetlenül mellette suhogó hang sűvített el, s enyhe légáramot érzett. A cseresznyefán pihe könnyedséggel madár ült, mint egy virág az ág szélén. Játékosan billegette bóbitáját, forgatta fejecskéjét, halkan csiripelt, a férfi szemébe nézett, aki már gyermekkora óta ismerte ezt a tekintetet, aztán már fel is szállt, és eltűnt az ágak közt az égben, mielőtt a merev tekintetű saraszter úgy igazából érezhette volna szívének heves dobogását. Attól a vasárnap déli órától fogva, amikor is madár megjelent Salaster cseresznyefáján, egyetlen egyszer látta ember madarat. Méghozzá akkor is Salaszter, a polgármester unoka fivére. A férfi eltökélte, hogy mindenáron kézre keríti madarat és bezsebeli a vérdíjat. S mivel a vén róka pontosan tudta, hogy senki sem képes csapdába csalogatni, kényszellétbe helyezett egy öreg mordájt, beszerzett egy adag legfinomabb kaliberű sörétet, amit madársörétnek is neveznek. Úgy kalkulált, hogy ha eltalálja madarat, valószínűleg nem sebzi meg halálosan, és nem lövi szét cafatokká, hanem egy aprócska sörét könnyen megsebesíti, madár pedig éjettében elalél. Így élve megkaparinthatja. A körültekintő férfiú minden gondosan előkészített, még egy kalickát is beszerzett a sebzett madár számára, és ettől kezdve minden igyekezetével azon volt, hogy az élesre töltött flinta lehetőleg mindig a keze ügyében legyen. Amikor tehette, magánál tartotta, amikor nem, mint például Isten tisztelet alatt, bosszankodott. Ennek ellenére mégsem volt kéznél a puska, amikor újra találkozott madárral. Történt pedig ez ugyanennek az esztendőnek az őszén, mégpedig Salaster háza közvetlen közelében. Madár szokásához híven hangtalanul tűnt fel, és csak azután üdvözölte a férfit meghitt csicsergésével, hogy elégedetten letelepedett az öreg fűz egyik göcsörtös ágcsonkjára. Salaster éppen erről a fáról metszett veszőt, hogy felkösse egy rácsozatra felfuttatott gyümölcsfa ágait. Ott ült hát madár, alig tíz lépésre salasztertől. Csicserget és csacsogott, s miközben ellensége még egyszer belakóstolt abba a csodálatos érzésbe, amely ilyenkor mindig a hatalmába kerítette. Boldogság volt ez, és egyúttal fájdalom, mintha egy olyan életre figyelmeztették volna, amelyre bizony képtelen. Csorgott róla a veríték, mivel hogy félt, és azért aggódott, hogyan juthatna hozzá puskájához. Tudta, hogy madár nem időz nála sokáig. Besietett a házba a fegyveréért, s amikor visszaért, madár még mindig a fűzfa ágon ült. Salaster lassú és desztelen léptekkel elkezdte becserkészni, és egyre közelebb került hozzá. Madár gyanútlanul üldögélt, mit sem törődött a puskával, meg a férfi fura viselkedésével, ennek az izgatott, merev tekintetű, lopakodó, rossz lelki ismeretű embernek a magatartásával, aki szemlátomást azon erőlködött, hogy úgy tűnjék, mintha mi sem történne. Madár hagyta, hogy megközelítse. Bizalmasan ránézett. Bátorította, hamiskásan rákacsintott, amikor a paraszt felemelte a fegyvert, és hosszasan célzott. Végül eldörrent a lövés és még el sem szállt a lőpor füstje, Salaszter már négy kézláb kutakodott a fűzfa alatt. A fűztől a kerítésig és vissza, majd a mékasokig és vissza, aztán a babágyásig és vissza, végig a füvet egyszer, kétszer, sőt háromszor is, egy órán át keresett, és még másnap reggel is, meg azután is kutatott madár után, de mind hiába. Egyetlen egy árvatollat sem talált! Madárnak nyoma veszett! Nyomorultul érezte itt magát. Nem szerette a durrogást, a szabadságot szerette, az erdőt és a békességet, az emberek között immár nem tetszett neki. Eltűnt, és Salaszter ezúttal sem látta, milyen irányba szállt el. Talán visszatért a dombon álló házába, ahol a kékes zöld gyíkok meghajoltak előtte a küszöbön. De az is lehet, hogy még távolabbi fákhoz és időkbe menekült, vissza egészen a Hohenstaufok korába, vagy még annál is messzebbre, Káinhoz és Ábelhez, vissza egészen a paradicsomig. Azóta a napóta senki sem látta madarat. Sokat emlegették, sok év telt el közben, de a híre mégsem halványult el, mi több, egy keleti gót egyetemen könyv is jelent meg róla. Míg a régi időkben mindenféle mondák keringtek róla, addig eltűnése óta maga is mondává vált, és hamarosan nem akad élő ember, aki megesküdhetne rá, hogy madár valóban élt, és a környék jó szelleme volt, és hogy magas vérdíjat tűztek ki a fejére, és hogy rálőttek. Egyszer majd, ha a távoli jövőben egy tudós ember újra kutatni kezdi a madárról szóló mondákat, mindezt talán csak a népi képzelet szüleményeinek fogják tartani, és a mitosz képződés törvényei alapján fokra-fokra fogják magyarázni. Mert egy valami kétségtelenül tagadhatatlan. Mindenütt és mindig vannak olyan lények, melyeket mások különlegesnek, kedvesnek és bájosnak éreznek, sőt, egyesek jó szellemükként tartanak számon, mert szebb, szabadabb, szárnyalóbb életre buzdítanak, és mindig ugyanarról szól a történet. Az unokák kigunyolják nagyapáik jó szellemi, a kedves és bájos lényeket egy nap előzik és agyonütik, vérdíjat tűznek ki a fejükre, vagy az írhájukra, míg nem életük mondával szelidül, és madár szárnyon tovar ebben senki sem tudhatja, miként fognak egykoron újra felbukkanni a madárról szóló legendák. A rend kedvéért megemlítjük, hogy Salasztert nemrégiben rettenetes tragédia érte. Valószínűleg önkezével vetett véget életének. Mindazonáltal nem kívánunk kommentárt fűzni e szomorú eseményhez. Herman Hesse, Gyermeklélek. Néha könnyedén, gondtalanul és kötelmeinkről megfeledkezve cselekszünk. Járunk, kelünk, tesszük ezt-azt, mintha szemlátomást minden akár fordítva is történhetne. Máskor viszont, más órán, semmi sem lehet másként, mint ahogy van, semmi sem könnyű és kötelességtől mentes, és minden lélegzetvételünket valamilyen súlyos, külső erő, sors irányítja életünk azon eseményei, melyeket jónak nevezünk, és amelyekről könnyű szívvel mesélünk, szinte kivétel nélkül az első, a könnyű fajtából valók, és könnyen el is felejtjük őket. Másokat, melyekről nehéz számot adnunk, sohasem felejtünk el. Bizonyos értelemben inkább a sajátunk, mint a többi, és ezek hosszú időre beárnyékolják életünk napjait. Amint a magas kapunát beléptem a világos utcán álló nagy és világos szülőházamba, hűvösség, félhomály és a kövekből áradó nyírkos levegő vett körül. Néma, magas, borongós csarnok fogadta a látogatót, ahonnan vörös homokkő kirakott, enyhe emelkedésű padlózat vezetett a félhomályba vesző lépcsőhöz. Hányszor, de hányszor léptem be ezen a kapun anélkül, hogy föltűnt volna a bejárat és a folyosó, a csempe és a lépcső? És mégis itt mindig egy másik világba csöppent az ember, a mi világunkba. A fénytelen, kőszagú és magas csarnok végén derengő lépcső fényességbe, derűs világosságba vezetett fel. Ám először, a csarnok és a komor homály fogadott. Egyfajta atyai méltóság és hatalom, büntetés és rossz lelki ismeret. Többnyire jó kedvel léptem be a kapun. Néha azonban rögtön nyomasztó, szorongató érzés kerített hatalmába. Úgy éreztem, mintha agyon nyomnának és feldarabolnának. És ilyenkor futva menekültem a szabadulást jelentő lépcsőhöz. 11 éves koromban egy napon, egy olyan napon, amikor minden zugban a sors leselkedik, és bármi megtörténhet. Az iskolából jöttem hazafelé. Úgy éreztem, mintha a lelkemben dúló zűrzavar visszatükröződne a környezetemben, és eltorzítaná azt. Szívem kettelen volt és szorongó. És ennek vélt okát önmagamon kívül kerestem és találtam meg a világot tökéletlennek láttam, és mindenütt ellenállásba ütköztem. Azon a napon is hasonlóképpen történt. Ki tudja miért, talán az éjjeli álmok okozhatták, minden esetre már kora reggel óta rossz lelkiismeret kínzott, pedig nem követtem el semmi különöset. Apám ábrázata szenvedőnek és szemrehányónak tűnt, a reggeli tej langyos volt és íztelen. Az iskolát átvészeltem ugyan, de mindent vigasztalannak, halottnak és lehangolónak találtam, és minden ama számomra akkor már jól ismert tehetetlenség és kétségbeesés érzésé sűrűsödött össze, ami azt sugalja, hogy az idő végtelen, s mi kicsi és tehetetlen bábuk, Örökkön-örökké ennek az ostoba, büdös iskolának a kényekedve szerint tengődünk évről évre, és az egész élet értelmetlen és undorító. Akkori barátom is bosszantott. Röviddel azelőtt barátkoztam össze Oszkár Weberrel, egy mozdonyvezető fiával, anélkül, hogy tudtam volna, volt mi is vonz hozzá. Egyszer azzal állt elő, hogy az apja naponta hét márkát keres. Mire én rávágtam, hogy az enyém meg tizennégyet? A történet voltaképpen úgy kezdődött, hogy Oszkár erre a kijelentésemre azzal akart imponálni, hogy nem mondott ellent. Néhány nappal később szövetséget kötöttünk. Közös kasszát nyitottunk, melynek bevételéből pisztolyt akartunk vásárolni. A fegyver egy kékes fényű, dupla acélcsövű, igazi revolver egy vasárus kirakatában díszelgett. Weber kiszámította, hogy rövid, szigorú takarékoskodás után megvehetjük. Pénzt könnyű szerezni. Ő többnyire kap egy tízest a kiruccanásaira, meg borravalót is. És hébehóba az utcán is találni pénzt, vagy pénzre váltható érték értéktárgyat, mint például patkót, ólom hulladékot, és így tovább. Egy tízest rögvest betett a közös kasszába. Ezzel meggyőzött, hogy tervünk reményteljes és megvalósítható. Amikor aznap délben beléptem házunk folyosójára, és a hűvös pincelevegő, számtalan kellemetlen és gyűlöletes dolog, és a világrend sötét figyelmeztetését fújta felém, gondolataim épp Oscar Weber körül jártak. Úgy éreztem, nem szeretem igazán. Jól lehet kedvelem jóságos arcát, ami engem egy mosónő arcára emlékeztetett. Nem a személye vonzott, hanem valami más. Úgy mondhatnám, hogy a habitusa. Valami, amiben szinte minden vele egyivású fiúhoz hasonlított. Egyfajta hegyke életművészet. Felvértezettség a veszélyekkel és megaláztatásokkal szemben bizalmas viszonya az élet apró gyakorlati dolgaihoz, a pénzhez, az üzletekhez, a műhelyekhez, az árukhoz és az árakhoz, a konyhákhoz, a ruhákhoz és az ehhez hasonlókhoz. Az olyan fiúk, mint Weber, akik szemlátomást nem szenvedtek az iskola nyűgétől, és akik szolgálókkal, fuvarosokkal és gyári munkáslányokkal barátkoztak, Biztonságosabban mozogtak a világban, mint én. Érettebbek voltak. Tudták, mennyit keres az apjuk, és tisztában voltak számtalan hasonló részletkérdéssel, amiről nekem halvány fogalmam sem volt. Olyan kifejezéseken és tréfákon nevettek, amelyeket én fel sem fogtam. Egyáltalán úgy nevettek, ahogy én nem tudtam. Mocskosan, durván ám mégis tagadhatatlanul felnőttesen, férfiasan. Mit számított, hogy okosabb voltam, és jobban szerepeltem az iskolában? Mit számított, hogy ápoltabb ruhában, rendezettebb frizurával, és mindig frissen mosakodva jártam? Semmit. Sőt, ezek az ellentétek az ő malmukra hajtották a vizet. A világba, ahogyan az az én homályos és kalandos képzeletemben élt, az olyan fiúk, mint Weber, gond nélkül bejuthattak. Miközben én a világot képtelen voltam meghódítani, és minden egyes kapuját vénséges vénülés, szorgalom, vizsgák, nevelés és óriási erőfeszítések árán tudtam csak bevenni. Az ilyen fickók persze patkót, pénzt és ólomdarabokat is találtak az utcán. Megkapták érte a jussukat. A boltban megajándékozták őket, és egyébként is boldogultak. Homályosan derenged bennem, hogy vonzalmam Weberhez és a kasszájához nem egyéb vad mohóságnál a ma másik világ iránt. Webert egyedül amiatt a nagy titok miatt kedveltem, melynek birtokában ő közelebb férközött a felnőttekhez, mint én. Weber leplezetlenebb, csupaszabb, erőteljesebb világban élt, mint én, akár csak álmaimban és vágyaimban. Előre éreztem, hogy csalódást fog okozni, hogy nem sikerül kicsikarnom belőle a titkot, az élet mágikus kulcsát. Egyszer, amikor elváltunk, elképzeltem, amint pöffeszkedve, komótosan, fütyörészve és elégedetten ballak hazafelé, anélkül, hogy bármilyen vágyak vagy sejtelmek megzavarnák ha szolgáló lányokkal vagy gyári munkásokkal találkozott, és látta rejtélyes, talán csodás, talán bűnös életüket, akkor az nem volt számára rejtély, rettentő titok, veszély, vadság és izgalom, hanem természetes, jól ismert, otthonos érzés, mint kacsának a víz. Én viszont, akit sejtel meggyötörtek, akinek azonban bizonyosság nem jutott osztályrészül, Magányos, határozatlan, örök kívülállóként tengettem életem. napon az életet már megint reménytelenül egy hangúnak találtam. Volt benne valami hétfőszerű, holott szombat volt. Hétfő íze volt. Háromszor olyan hosszúnak és sivárnak tűnt fel, mint a többi nap. Az életet átkozottnak, visszataszítónak, hazugnak és undorítónak éreztem. A felnőttek úgy tettek, mintha a világ tökéletes volna. Ők félistenek, mi gyerekek pedig söpredék és szemét volnánk. Hát, igen. Ilyennek a tanítók. Törekvés, becsvágy fűtött, tisztességgel és szenvedéllyel vágtunk volna bele bármibe, ne kiveselkedtünk a görög rendhagyó igéknek, vigyáztunk ruhánk tisztaságára, engedelmeskedtünk szüleinknek, szótlanul, hősiesen tűrtük a fájdalmakat és a megaláztatásokat. Igen, újra és újra nekibuzdultunk, jámbor izzással, hogy szolgáljuk Istent, és elinduljunk a magasságba vezető, eszményi, tiszta, nemes úton. Erényesek legyünk, némán tűrjük a gonosz ármánykodásait, segítsünk másokon. Ó, de minduntalan csak a nekirugaszkodásig, a próbálkozásig jutottunk, és lendületünk szárnyaszegetten hullott alá. Alig néhány nap, sőt néhány óra elmúltával mindig valami nyomorúságos, elkedvetlenítő és megszégyenítő dolog történt, aminek nem lett volna szabad bekövetkeznie. A legelszántabb és legnemesebb elhatározások közepette váratlanul és kiméletlenül visszazuhantunk a bűnbe és a nyomorúságba, a hétköznapokba és a szokásokba. Miért bűzlött egész életünk, felnőtt korunkat is beleértve, örökösen a megszokástól? És miért diadalmaskodott minduntalan a talmi, a közönséges? Amikor felismertük, és a szívünkben éreztük a nemes elhatározások gyönyörűségét és helyességét. Hogyan történhetett, hogy miközben reggelenként ágyunkban térdepelve, vagy éjszakánként gyertyafény mellett elköteleztük magunkat a jónak, a fényességesnek. Istenhez fordultunk, és szentül fogadkozva hadat üzentünk a bűnnek és a gonosznak. Alig néhány órával később nyomorultul elárultuk iménti szent fogadalmunkat és elhatározásunkat. Akár csak úgy, hogy csatlakoztunk egy csábító kacajhoz, vagy meghallgattunk egy ostoba diáktréfát. Miért? Mások is jártak így. Netán jobbak, tökéletesebbek lettek volna a hősök, a rómaiak és a görögök, a lovagok, az első keresztények, bűnös ösztönöktől szabadok, s működött valamilyen szervük, ami belőlem hiányzott, és ami meggátolta őket, hogy minduntalan visszazuhanjanak a mennyekből a hétköznapokba, a fenkölt birodalmából, a tökéletlen nyomorúságos életbe. És vajon nem ismerték-e hősök és szentek az eredendő bűnt? Csupán néhány ritka, kiválasztott ember érhette el a szent és nemes eszményt? De ha én nem voltam kiválasztott, akkor miért születtem ezzel a szépségre és nemességre vágyó ösztönnel, ezzel a tisztaságra, jóságra és erényességre áhítozó, vad, zokogó vágyakozással? Hát nem elképesztő. Elképzelhető, hogy Isten világában, egy felnőttben vagy egy gyermekben egyszerre munkálkodnak nemes és gonosz ösztönök, miközben a szerencsétlen flótás csak szenved és kétség kínozza, miközben Isten jól mulat rajta? Hát lehetséges volna. Még ma, harminc esztendővel később is, világosan látom magam előtt azt a lépcsőházat. A szomszédos házfalra néző, derengő fényt bebocsátó, magas, vaksi ablakokat. A fenyőfa lépcsőt, az álmennyezetet és a sima kemény fakorlátot, melyet rendszeres csúszkálással csiszoltam fényesre. Bármilyen távoli is gyermekkorom, és bármennyire megfoghatatlannak és meseszerűnek tűnik is fel egészében, azokra a pillanatokra még ma is hajszál pontosan emlékszem, melyekben a boldogság édes érzésébe szenvedés és meghasonlottság keveredett. Az akkori gyermeki szívet szorongató érzések azóta sem változtak. Ma is sokszor kételkedem magamban ingadozom önbecsülés és reményvesztettség, világ megvető idealizmus és közönséges érzékiség között. És miként akkoriban, azóta is számtalanszor hol hitvány kórságnak, hol kitüntetésnek éreztem lényemnek ezt a vonását. S úgy hiszem néha, hogy Isten ezen a gyötrelmes úton akar elvezetni, a végtelen elmagányosodáshoz és elmélyüléshez. Máskor viszont nyomorult jellemgyengeségnek, neurózisnak vélem, melynek súlya alatt ezrek és ezrek roskadoznak egy életen át. Ha minden érzésemet a kínzó ellenérzésekkel együtt egyetlen alapérzésbe kívánnám összesűríteni, és egy szóval akarnám jellemezni, csak ennyit mondhatnék, szorongás. Igen. Szorongás volt. Szorongás és bizonytalanság, amit a megzavart gyermeki boldogság óráiban éreztem. Szorongtam a büntetéstől, saját lelkiismeretemtől, lelkem rezdüléseitől, melyeket tiltottnak és bűnösnek éreztem azon az órán is, melyről most kívánok beszámolni, ez a szorongató érzés tört rám. A derengő lépcsőházban éppen a fényes üvegajtó felé igyekeztem. Az alhas tájékán jelentkezett, aztán felkúszott a torkomba, és folytogatni kezdett. De az is lehet, hogy émelyektem tőle. Mint minden ilyen pillanatban, akkor is kínos feszengés kerített a hatalmába. Irtózattal gondoltam arra, hogy megláthatnak, és valami arra kényszerített, hogy egyedül legyek és elrejtőzzem. Ezzel a rettenetes és átkozott érzéssel, ezzel a gonosztevő érzéssel léptem a folyosóra, aztán a nappali szobába. Az a sejtelmem támad, hogy mindjárt történni fog valami. Hamarosan elszabadul a pokol mint a barométer a légnyomás változást, egyfajta kíméletlen tétlenséggel éreztem én is a küszöbön álló eseményt. Igen. Már megint ott kísértett az a kimondhatatlan szörnyűség. A démon átsuhant a házon. Az eredendő bűn marcangolta a szívemet. A falak mögött egy szellem, egy atya és bíró hatalmas láthatatlan alakja tornyosult. Egyelőre semmit sem tudtam. Csak sejtelmeim voltak. Rossz előérzet, kellemetlen érzés gyötört. Ilyen esetekben az volt a legjobb, ha megbetegedtem, hánytam és ágynak estem. Akkor néha simán megúzhattam a dolgot. Anyám vagy nővérem teát hozott, és aggódó szeretet vett körül, kisírhattam vagy kialudhattam magam hogy aztán egészségesen és vidáman egy teljesen megváltozott, megváltott és fényességes világban ébredjek fel. Anyám nem volt a nappali szobában, és a konyhában is csak a cselédlányt láttam. Úgy döntöttem, hogy felmegyek apámhoz. Dolgozó szobájához keskeny lépcső vezetett fel. Jól lehet, féltem tőle, néha azért jól esett, ha beszélhettem vele pedig hányszor, de hányszor kellett tőle bocsánatot kérnem. Anyámnál könnyebben találtam vigasztalásra, de apám vigasza értékesebb volt. Megnyugtatta ítélkező lelkiismeretemet. Kibékültem, és új szövetséget kötöttem a jó hatalmakkal. Veszekedések, kihallgatások, vallomások és büntetések után Többnyire megtisztulva hagytam el apám szobáját, megbüntetett és megfedett ugyan, mégis a hatalmas szövetsége által felvértezve a gonosz ellenséggel szemben újra szent elhatározások fűtöttek. Elhatároztam tehát, hogy felkeresem apámat, és közlöm vele, hogy rosszul érzem magam. Azon az órán, amikor a szorongató érzés rám tört, elhatároztam, hogy felkeresem apámat, és közlöm vele, hogy rosszul érzem magam. Elindultam hát a dolgozószobához vezető kis lépcsőn. A keskeny lépcső, jellegzetes tapéta illatával és az üreges könnyű fafokok száraz ropogásával még a folyosónál is ezerszere jelentősebb útnak számított valósággal a sors kapuját jelentette számomra. Számtalanszor megjártam, szorongással és lelkiismeret furdalással, daccal és dühött haraggal a szívemben. És nem egyszer üdvözülten és új biztonságérzéssel tértem vissza rajta. A ház alsó része az anya és a gyerekek otthona volt. Itt ártatlan szellők fújdogáltak. Odafönt viszont hatalom és szellem honolt, törvény és templomi szentség, az atya birodalma uralkodott. Mint mindig, ezúttal is félénken nyomtam le az ódon kilincset, aztán óvatosan benyitottam. Az atyai dolgozószoba régi ismerősként fogadott. A félig nyitott ablakon át beömlő kék levegő által felhígított könyv és szag árat. Tiszta fehér függönyök lebegtek kölni víz illatfoszlányai terjengtek. Az íróasztalon egy alma volt. A szobában azonban nem volt senki. Kissé csalódottan, ám fellélegezve léptem be. Halkan hegyen lépkedtem. Akkor kellett így közlekednünk, amikor apám szúnyókált, vagy fejfájással küszködött. Amint tudatosodott bennem, hogy óvatosan osonok, hevesen kalapálni kezdett a szívem, és felerősödött hasamban és torkomban a szorongató nyomás. Reszketve lopakodtam tovább, már nem ártatlan látogatóként és kérelmezőként, hanem betolakodóként. Apám távol már korábban is belopóztam néhányszor titkos birodalmába, hogy kilessem, sőt két alkalommal el is csentem tőle egyet s mást. Ekkor azonnal eszembe jutott, és teljesen lefoglalt ez a gondolat. Tudtam, most utolér a végzet. Történni fog valami, amiért tiltott gonosz dolgon töröm a fejem. Menekülésre gondolni sem mertem. Vagyis dehogy nem. Sóvárogva, buzgón epekedtem, bár csak elszaladhatnék, lerohanhatnék a lépcsőn, és bezárkózhatnék a szobámba, vagy kimenekülhetnék a kertbe. De tudtam, hogy nem teszem, nem tehetem meg. Fohászkodtam, bárcsak megmozdulna apám a szomszédos szobában, belépne és megtörni ezt az irtóztató átkot, ami démoni újjal telepedett rám. Ó, bárcsak csak megjelenne, bejönne, még ha szidna is, te mellettem volna, amíg nem késő. Köhintettem, hogy jelezzem jelenlétemet, és mivel nem érkezett válasz, halkan megszólaltam, Apa! Semmi. A falak mentén sorakozó könyvek hallgattak. Egy ablak szárny megrezzent a szélben, és önfelett nyárias árnyjátékkal incselkedett a padlón. Sehonnan sem érkezett megváltás. Nem cselekedhettem szabadon. A bennem lakozó démon irányította minden lépésemet. Gyomrom összerándult a bűntudattól, újhegyem kihűlt, szívem rémülten rebdesett. Tudtam, hogy valami szörnyűség fog történni. Az íróasztalhoz léptem, kézbe vettem egy könyvet. Kibetűztem az angol címet, de nem értettem. Gyűlöltem az angol nyelvet. Apám mindig angolul beszélt anyámmal, ha nem akarta, hogy mi gyerekek megértsük őket, vagy ha veszekedtek. Egy tárkában mindenféle apróság hevert. Fokpiszkálók, acéltollak, gombos tűk. Kivettem két acéltollat, és a zsebembe csúsztattam. Isten tudja, miért tettem, hisz nem kellettek. Volt elég tollam. A folytogató kényszer parancsának engedelmeskedtem. Valami arra kárhoztatott, hogy rosszat cselekedjem. Ár csak magamnak védkezzem. Belelapoztam apám irataiba, és a szemem megakadt egy megkezdett levélen. Hál' Istennek minnyájan jól vagyunk, a gyerekek is. A kézírás latin betűi tágra nyílt szemekként meredtek rám. Aztán csöndben besurrantam a hálószobába. Apám tábori vaságya előtt megpillantottam barna házi cipőjét az éjjeli szekrényen egy zsebkendő hevert. Magamba szívtam a hűvös, világos szoba atyai illatát. Apám képe egyszerűen ott lebegett előttem, bűnös szívemben tisztelet és lázadás viaskodott. Néhány pillanatig gyűlöletet éreztem iránta. Gonosz kár örömmel felidéztem magamban azokat a napokat, amikor fejfájás gyötörte, és szótlanul ernyetten feküdt alacsony tábori ágyán, hosszú teste kiterítve, homlokán vizes zsebkendő, éppen hogy csak felsóhajtott néha. Éreztem, hogy még neki a hatalmasnak sem könnyű az élet, hogy ő, a tiszteletre méltó is, kételkedik magában, és retteg néha és már el is szállt a gyűlöletem. Hirtelen részvét és meghatottság lett úrrá rajtam. Közben kihúztam a komód egyik fiókját. Gondosan összehajtogatott fehérnemű. meg egy üveg kölni víz volt benne. Meg akartam szagolni, de nem volt felbontva, ezért inkább visszatettem. Mellette kerek kis dobozban édes gyökérízű szájpasztillát találtam. Gyorsan bekaptam néhányat. Csalódtam és kiózanodtam. Örültem, hogy nem vettem többet. Lemondóan, megkönnyebbülve, szórakozottan kihúztam még egy fiókot. Miközben az járt a fejemben, hogy az elcsent acéltollakat visszateszem a helyükre. Talán még lehetséges a visszatérés a jó útra, a bűnbánat, a bűn jóvá tétele, a megváltás. Isten vigyázó keze talán erősebb a kísértésnél. Futó pillantást vetettem a résnyire kihúzott fiókba. Ó, bár csak zoknikat, ingeket, vagy régi újságokat láttam volna. De már is újra hatalmába kerített a kísértés és egy szempillantás alatt visszatért az imént feloldódott görcs és szorongás. Reszketett a kezem, és a szívem hevesen kalapált. Egy indiai vagy valamilyen más egzotikus vidékről származó, hánycsfonatú tálkában meghökkentő, csábító dolgot fedeztem fel. Fehér cukorral bevont, szárított fügekoszorút kézbe vettem. Csodálatos módon nagyon nehéznek tűnt. Leszakítottam róla két-három fügét. Egyet a számba vettem, a többit a zsebembe dugtam. Tehát mégsem voltak hiába valók a félelmek és kalandok. Immár semmilyen megváltás vagy vigasz sem tudott volna eltántorítani, képtelen lett volna üres kézzel távozni. Leszakítottam még három-négy fügét a koszorúról, ami ettől alig lett könnyebb, aztán még néhányat. És amikor megtelt a zsebem, vagyis a koszorú felét eltüntettem, a megmaradt fügéket elrendeztem a ragacsos gyűrűn, mintha nem is hiányozna olyan sok belőle. Aztán hirtelen megrémültem. Bevágtam a fiókot, és elszaladtam. Átrohantam a két szobán, le a keskeny lépcsőn be a szobámba, ahol az álló pultra dőlve, reszkető térdel, zihálva megálltam. Nem sokára megszólalt az asztali csengő. Üres fejjel, kiózanodva és undorral a könyvespolcomra a könyvek mögé dugdostam a fügét, és lementem ebédelni. Az étkező előtt vettem észre, hogy ragad a kezem. Megmostam a konyhában. Az étkezőben mindenki rám várt. Köszöntem. Apám elmondta az asztali áldást, aztán a leves fölé hajoltam. Nem voltam éhes. Gyürköztem minden falattal. Nővéreim mellett ültem, szemben a szüleim, minnyáján derűsek voltak, árad belőlük a fény és a tisztesség, csak én, nyomorult, bűnös kuporogtam közöttük magányosan és méltatlanul, remekve féltem minden barátságos pillantástól, számban a füge íze. Vajon becsukta e a hálószoba ajtaját és a fiókot? nyomorultul éreztem magam. Inkább levágtam volna a kezem, csak kerültek volna vissza a fügék a komódba. Elhatároztam, hogy kidobom, vagy elosztogatom őket az iskolában, csak szabaduljak meg tőlük, és soha többé ne lássam őket. Rossz színben vagy, szólalt meg apám az asztal túloldalán. A tányéromra meredtem, Éreztem arcomon a tekintetét. Biztosan észre fogja venni. Mindig mindent észrevesz. De miért kínusz? Inkább azonnal kivinne, és felőle, mokár agyon is üthetne. Valami baj van? Hallottam újra a hangját. Hazudtam. Azt mondtam, fáj a fejem. Ebéd után pihenj le egy kicsit, felelte. Milyen óráid lesznek délután? Csak torna. Az jót tesz. Azért csak egyél, és szedd össze magad. Majd elmúlik. Lopva feléjük sandítottam. Anyám nem szólt egy szót sem, de tudtam, hogy figyel. Gyűrtem magamba a levest. Birkóztam a hússal, meg az ölcséggel, Közben kétszer is töltöttem vizet. De semmi sem történt. Békén hagytak. Amikor ebéd után apám elmondta az imát, Hálát adunk néked, Uram, szeretetedért és végtelen jóságodért, mint egy metsző kés szúrás, hirtelen valami újra elválasztott a derűs, szent, bizalomteljes szavaktól és az asztaltársaság minden tagjától. Összekulcsolt kezem, hazugság volt, áhítatom, Isten káromlás! Amikor felálltam, anyám megsimogatta a fejemet, és keze egy pillanatra elidőzött a homlokomon, vajon nem forró-e? Hitványul éreztem magam. A szobámban álltam a könyvespolc előtt. Reggeli sejtelmen beigazolódott. Az előjelek nem hazudtak. Szerencsétlen nap ez a mai. A legszörnyűségesebb, amit valaha is megéltem. Ennél rosszabbat képtelenség volna elviselni. S ha mégis, és ennél is nagyobb bal szerencse érne bárkit is, annak végeznie kellene magával. Különben is jobb meghalni, mint élni. Hisz minden hazugság és osmányság ott álltam, töprengtem, és közben szórakozottan az eldugott fügék után nyúltam. Anélkül, hogy voltaképpen tudatosodott volna bennem, megettem néhányat. Pillantásom a persejre tévedt, ami a könyvek alatti polcon állt, és amit egy szivardobozból készítettem. Leszögeltem a tetejét, a közepére zsebkéssel esetlen nyílást vágtam a pénzérméknek. Silány tákolmány volt, faforgácsok álltak ki belőle. Ehhez sem értettem. Néhány társam fáradtságos, kitartó munkával kész műremekeket tudott készíteni, mintha asztalos gyalulta volna őket. De én mindig csak kontárkodtam, kapkodtam, semmit sem csináltam végig tisztességesen, akár barkácsolásról, írásról, rajzolásról, lepkegyűjteményről, vagy bármi másról volt is szó reménytelen eset vagyok. Ott álltam hát, és már megint loptam, méghozzá úgy, ahogy a még soha. Ráadásul az acéltollak is a zsebemben lapultak. Minek? Miért vettem el? Miért kellett elvennem őket? Mi kényszerít rá, hogy olyat tegyünk, amit nem akarunk? A szivardobozban egyetlen érme árválkodott, Oszkár Weber tízese. Azóta sem került bele semmi. Ez is jellemző rám. Bármihez fogok, semmi értelme félre sikerül, az elején elakad. Az ördög vigye ezt az ostoba persejt! Látni sem akarom! Az ebéd és a délutáni tanítás közötti idő bizonyos napokon, mint például azon a nevezetes napon is, kénkeservesen telt jobb napjaimon, békés, józan, barátságos napokon, alig vártam a pihenést. Ilyenkor vagy egy indián könyvet böngésztem a szobámban, vagy evéd után visszasiettem az iskola udvarra, hogy játszam néhány vállalkozó kedvű társammal. Önfelettem futkároztunk, kiabáltunk, kimelegettünk, s csak a csengő hangjára zökkentünk vissza az elfelejtett valóságba. De kivel játszottam volna, hogyan kábítottam volna el a bennem bujkáló ördögöt a maihoz hasonló napokon. Láttam közeledni a végzetet. Nem ma érkezik, de hamarosan, talán néhány nap múlva betoppan, és akkor beteljesedik a sorsom. Már csak egy apró lökés hiányzott, még egy kis félelem, szenvedés és tanácstalanság, és aztán betelik a pohár, vége a borzalmaknak. Egy napon, egy a maihoz hasonló napon végleg magával ragad a gonosz, és akkor az értelmetlen és elviselhetetlen élet miatt dacosan és dühötten iszonyatos, de felszabadító lépésre szánom el magam, ami örökre véget vett szorongásaimnak és gyötrelmeimnek. Nem tudtam pontosan, mit fogok tenni, de zavaros, gyilkos elképzelések. Már korábban is megfordultak a fejemben. Hogyan állok majd bosszút a világon, miközben feláldozom és megsemmisítem magam? Néha arra gondoltam, hogy felgyújtom a házunkat. Írtózatos szárnyas lángok szálltak az éjszakában, tűzmartalékává váltak a házak és az utcák, az egész város lobogva szállt a fekete égbe bűnös álmaimban máskor apámon álltam bosszút. Meggyilkoltam, brutálisan nagyon ütöttem. Ha tényleg megtenném, úgy viselkednék, mint az az egyetlen igazi gonosztevő, akit egyszer végig vezettek a városunk utcáin. Elfogták, és a bíróságra vitték. Keze bilincsbeverve, fején félre csapott kemény kalap. Előtte és mögötte egy-egy csendőr. Ez az ember, akit a hatalmas bámész csődületben, szitkozódások, gonosz tréfák és átkok kíséretében végighajtottak az utcákon, nem hasonlított azokhoz a szerencsétlen ördögökhöz, kolduló iparos legényekhez, akiket Hébe-Hóba a helybéli rendőr átkísért az utcán? Nem. Ez a férfi nem iparos legény volt. Nem szeleburdi félénk pipogya aki zavarodottan és bambán vigyorgott? Ez vérbeli gonosztevő volt. Kissé gyűrött kalapját hegykén viselte dacos konok fején, sápattan csöndes megvetéssel mosolygott a szitkozódó és köpködő tömegre, ami csőcseléknek tűnt fel mellette. Akkoriban magam is a tömeggel ordítottam. – Bitóra vele! Amint azonban megláttam délceg büszke járását, s ahogy megbilincselt kezét maga előtt tartotta, a hegyke kemény kalap dacos gonosz fején fantasztikus koronának tűnt. Na és a mosolya, bennem rekedt a szó. Így viselkedett az a gonosz tevő. És én is mosolyogva vonulnék a bíróságra és a vesztőhelyre, a tolakodó név gúnyos kiabálása közepette, nem szólnék semmit, néván megvető tekintettel lépkednék. És ha kivégeznének, és meghalnék, a mennyországban az örök bíró előtt sem hajbókolnék. Ó, nem, még ha az angyalok serege övezné is. Nem kérnék bocsánatot, nem aláznám meg magam nem esdekelnék kegyelemért, és semmit sem bánnék meg. S ha megkérdezné, te tetted ezt és ezt? Így kiáltanék, igen, én tettem, és nem bántam meg. Megkínoztál, meggyötörtél, törvényeket alkottál, melyeket képtelenség megtartani, és ránk szabadítottad a felnőtteket, hogy pokollá változtassák az életünket amikor sikerült mindezt teljesen világosan magam elé képzelnem, és hittem, hogy valóban így tennék és beszélnék, akkor néhány pillanatig jó leső, sötét érzés járt át, de aztán újra kétség gyötört. Vajon nem tántorodnék meg? Nem ijednék meg? És nem engednék? Vagy ha kitartanék is, és minden az elképzelésem szerint történne, nem találna-e Isten valamilyen kibúvót? Nem kerekedne-e felül? Nem szedne -e rá, ahogy a felnőttek és hatalmasságok a végén mindig túljárnak az ember eszén, megszégyenítik, felültetik, és a jó akarat átkozott maskarája mögé bújva megalázzák szegény flótást? Hát persze, hogy végül én húznám a rövidebbet. Ide-oda szárnyolt fantáziám, egyszer én győztem, máskor az Isten. Egyszer kérlelhetetlen gonosz tevő voltam, máskor védtelen gyermek. Az ablak előtt álltam, és a szomszéd ház hátsó udvarát néztem. A fal mentén karók ágaskodtak, és az apró kertben néhány zöldséges ágyás zöldelt. A délutáni csöndet váratlanul megtörte a harangszó. Határozottan és józanul betört látomásaimba, tisztán kondult egyet, aztán még egyet. Most kezdődik a tornaóra. S ha varásszárnyakor repülnék is a tornaterembe, akkor is elkésnék. Már megint nincs szerencsém. Ebből holnap utánra baj lesz. Megszídnak és megbüntetnek. Jobb, ha el se indulok. Úgy sem tehetném jó mulasztást. Talán, ha udvariasan, finoman és hihetően bocsánatot kérnék. Csak hogy pillanatnyilag semmi sem jutott az eszembe. Bármennyire jól megtanított a kis tanáraim a hazugságra. Képtelen lettem volna most füllenteni, kitalálni bármit is. Jobb, ha el sem megyek a tornaórára. Még számít ez a hiányzás a nagy szerencsétlenséghez képest. A harangszó minden esetre magamhoz térített, megbénította a fantáziámat hirtelen elgyöngültem. Szobám kíméletlen valósággal meredt rám. Az írópult, a képek, az ágy, a könyvek, minden a szigorú való világ hívását küldte felém, amelyben élnem kellett, és ami ezen a napon már megint ellenséges és veszedelmes volt. De hát mi történt? Tán nem késtem el a tornaóráról? Nem loptam nyomorult módon, és nem dugtam el az átkozott függéket a könyves polcomon, ha egyáltalán nem faltam fel őket? Mi közöm immár a gonosztevőhöz, a jó Istenhez és a végítélet napjához? Majd az is eljön a maga idejében, de most, ebben a pillanatban még távolinak és ostobaságnak tűnt. Loptam. Gonosztettemre tettemre bármelyik pillanatban fény derülhetett. Talán már lelepleztek. Lehet, hogy apám kihúzta azt a fiókot, és sértetten, haragosan merett, gaztettem eredményére, és azon töprengett, hogyan büntessem meg. Ó, talán már elindult hozzám, s ha nem menekülök el azonnal, a következő percben feltűnik szigorú szemüveges arca, mert egy pillanatig sem kételkedhetett, hogy én vagyok a tolvaj. Rajtam kívül nem élt más gonosz tevő a házban. A nővéreim sohasem vetemettek volna ilyesmire. Isten tudja, hogy miért nem. Egyébként pedig, minek rejteget apám fügét a fiókos szekrényben? Kiosontam a szobámból, a hátsó ajtón, és a kerten át kereket oldottam. A kertek és a mezők káprázatos napfényben úztak. Az úton citromlepkék röpködtek. Mindent pocséknak és fenyegetőnek láttam. Sokkal pocsékabbnak és fenyegetőbbnek, mint reggel. Ó, igen, jól ismertem ezt az érzést. De ennyire talán még sohasem kínzott. Minden természetesen és lelki nyugalommal nézett rám. A város, a templomtorony, a mezei virágok, a pillangók. És mégis idegen és elvarázsolt volt minden kedves és vidám dolog, ami máskor felderített. Igen, ismertem ezt. És tudtam, milyen íze van annak, ha az ember lelkiismeretfurdalástól szorongatva menekül egy ismert vidéken. Most a legritkább pillangó is felém szállhatna a mezőn át, hogy megpihenjen a lábamnál. Nem érdekelne. Nem vidítana fel. Nem izgatna, nem vigasztalna meg. A legpompásabb cseresznyefa is hiába kínálná gyümölcstől roskadozó ágait, nem lennék boldog. Most csak a menekülésre tudtam gondolni, menekültem az apám elől, a büntetés elől, magam elől, a lelkiismeretem elől, menekültem nyughatatlanul, míg nem kérlelhetetlenül és elkerülhetetlenül úgy is bekövetkezik. Aminek be kellett következnie. Szaladtam szakadatlan hegynek föl, egészen az erdőig, aztán a tölgyestől le az udvari malomig, át a gyaloghídon, aztán a túlparton újra fel a hegyre, az erdő felé. Itt rendeztük be utolsó indián táborunkat. Itt ünnepeltünk egyszer anyánkkal egy húsvétot, amikor apám nem volt otthon. Itt rejtette el az erdőben a moha közt a húsvéti tojásokat. Itt építettem várat unoka fivéreimmel valamelyik nyáron. A romjai még ma is álltak. Körös körül a múlt nyomai. Tükrök, melyekből egy másik énem nézett vissza rám. Hát az a vidám, elégedett, háládatos, barátságos, anyához gyöngét, gondtalan és végtelenül boldog fiú is, én lettem volna. Hogyan változhattam meg ennyire? Hogyan válhattam ilyen gonosz, szorongó, megtört bitangá? De hisz semmi sem változott. Az erdő, a folyó, a páfrányok, a virágok, a vár, a hangyabolyok. És mégis, mintha mindent megmérgeztek, feldúltak volna. Hát nincs visszaút, a boldogság és ártatlanság világába. Soha sem lesz megint olyan, mint régen volt. Soha többé nem kacaghatok, nem játszhatok a nővéreimmel, és nem kereshetek húsvéti tojásokat. Szaladtam, csak szaladtam, homlokomról csorgott a veríték, nyomomban vétkemmel, és apám hatalmas rettenetes árnyékával. Fasorok suhantak el, erdőszél süllyedt el mellettem. Egy magaslatra érve megálltam, az úttól távolabb a fűbe vetettem magam. Szívem vadul vert. Talán attól, hogy felfelé szaladtam, reméltem hamarosan megnyugszik. Alattam a város és a folyó, a tornaterem. Épp ekkor érhetett véget az óra, a fiúk szétszélettek. Aztán szemem szülőházam tetejére tévedt. Ott van apám dolgozó szobája, és a komód, amiből hiányoznak a fügék. És ott van az én kis szobám is. Ott ítélkeznek fölöttem, ha visszamegyek. Na és, ha nem megyek vissza? de tudtam, hogy úgy is visszamegyek. Mindig minden alkalommal visszatértem. Nem menekülhettem el. Nem utazhattam el Afrikába vagy Berlinbe. Kicsi vagyok, pénzem sincs, és senki sem segít rajtam. Hát igen, ha minden gyerek összefogna és segíteni egymást, sok gyerek él a földön. Több, mint a hány szülő. Csak hogy nem minden gyerek tolva és gonosztevő. Kevés hozzám hasonló létezik. Talán én vagyok az egyetlen. Nem, ez azért nem igaz. Előfordul néha az enyémhez hasonló eset. Egyik bácsikám is lopott és csintalankodott gyerekkorában. Ezt egyszer szüleim beszélgetéséből tudtam meg titkon, amikor kihallgattam őket. Igen, voltak éppen minden fontos dolgot csak akkor ismerünk meg, ha kilessük. De ez most nem segített rajtam, és ha maga a bácsikám toppant volna is elém, az sem segített volna rajtam. Azóta rég felnőtt. Lelkipásztor lett, és úgy is cserben hagyna, a szülőkhöz pártolna. Ilyenek mind. Álnokok, hazugok, képmutatók. Anyatolán nem, vagy legalábbis nem annyira. Na de mi lenne, ha tényleg nem mennék haza? Bármi történhet, kitörhetem a nyakam, vízbe fúlhatok, vagy elüthet a vonat. Akkor persze minden másképp alakulna. Hazavinnének, mindenki rémülten hallgatna, síratna és sajnálna. És a fügékről nem esne szó. Persze, azzal is tisztában voltam, hogy öngyilkos is lehetnék. Elgondoltam, hogy egyszer később, amikor betelik a pohár, meg is teszem. Az is jó volna, ha megbetegednék. Persze nem csak köhögnék, hanem úgy Isten igazából. Halálos betegségben szenvednék, úgy, mint amikor skarlátos voltam. Közben régen véget ért a tornaóra, és már a kávéval sem vártak otthon. Talán a keresésemre indultak, kiabáltak utánom, kerestek a szobámban, a kertben vagy a padláson. De ha apám közben felfedezte gaztettemet, akkor nem keresnek. Akkor tudja, hogy mi a helyzet. Képtelen voltam tovább heverni a fűben. Nem hagyott békén a sorsom, a nyomomban lihegett, Felpattantam, és szaladtam tovább. A parkban elértem egy pathoz. ami az egykoron szép és kedves emlék fűzött, és ami most tűzként égetett. Apámtól kaptam egyszer egy zsebkést. Derűsen, békés hangulatban sétálgattunk, amikor elértünk ehhez a pathoz. Apám leült, én meg a bozótosban egy hosszú magyaró veszőt akartam vágni magamnak. Nagy buzgalmamban eltörtem az új kést. A penge pontosan a markolat tövénél tört le. Erre rémültem, visszamentem apámhoz, igyekeztem eltusolni a dolgot. De apám mindjárt rákérdezett. Szerencsétlenül éreztem magam a kés meg a szidás miatt, de apám elmosolyodott, vállamra tette a kezét, és így szólt. Sajnállak, szegény fiam. Mennyire szerettem. Milyen áhítattal imádtam akkor. Na és most, ha apám akkori arcára, hangjára, együttérzésére gondolok, hogyan válhattam ilyen szörnyeteggé? Hogyan okozhattam neki ennyi szomorúságot? Hogyan hazudhattam? sőt, ma még loptam is. Amint elértem a várost, és a házunktól messze lévő felső hídnál jártam, alkonyodni kezdett. Egy boltból, melynek üvegajtaján át lámpafény szűrődött ki, egy fiú sietett kifelé. Egyszer csak megtorpant, és a nevemen szólított. Oszkár Weber volt alkalmatlanabb alakkal nem is futhattam volna össze. Minden esetre megtudtam tőle, hogy a torna tanár nem vette észre hiányzásomat. De hol a csudában jártam, érdeklődött. Ó, sehol, csak egy kicsit rosszul éreztem magam. Hallgattam, tartózkodó voltam, majd kis idő múltán, amit borzasztóan hosszúnak találtam, megérezte, hogy a terhemre van – erre bedühödött. Hagy békén, mondtam hűvösen. Egyedül is haza találok. Na ne mond, kiáltott fel. Én is meg vagyok a társaságod nélkül, ostoba fajankó. Nehogy azt hitt, hogy a kutyád vagyok, akit nem tudsz levakarni magadról. Csak arra lennék kíváncsi, mi van a persejünkkel. Én betettem egy tízest, és te? Semmit, ne aggódj, ha akarod, még ma visszakapod a pénzedet. Aztán ne is lássalak többé. Né csak, a múltkor nem így beszéltél, jegyezte meg gúnyosan, de azért egy csöpp esélyt hagyott a kibékülésre. Elhomályosult a tekintetem. Alig láttam a mérektől. Minden felgyülemlet szorongás és tehetetlenség iszonyatos haragban tört ki. Ez a Weber nekem ne magyarázzon! Vele szemben nekem volt igazam, és nyugodt lehetett a lelkiismeretem. És most épp kapóra jött egy olyan alak, akivel szemben nyerekben érezhettem magam. Büszke lehettem, és igazam volt. A lelkem mélyén kavargó sötét káosz heves hullámokban áradt e kiárat felé. Olyasmit tettem, amitől egyébként gondosan óvakodtam. Úri gyerekként fölényeskedtem, megpendítettem, hogy könnyű szívvel lemondok egy utcagyerek barátságáról. Közöltem vele, hogy nem málnázhat többé a kertünkben, és nem játszhat a játékaimmal. Éreztem, ahogy tűzbe jövök, és felélénkülök. Bűnös ellenséggel, ellenféllel álltam szemben, akit megsemmisíthettem. Minden életösztönöm ebbe a megváltó, örömmel látott, felszabadító dűbe, az ellenség iránt érzett bősz haragba sűrűsödött össze, aki ezúttal nem bennem bujkált, hanem szemben állt velem. És riadt, majd gonosz szemmel merett rám, akinek szemrehányó szavait megvetéssel hallgattam, és szitkain túltettem heves szóváltás közepette, szorosan egymás mellett haladva sodrottunk lefelé a sötét kis utcán. Néha egy-egy kapuajból utánunk bámultak. Minden magam iránt táplál dühöt és megvetést, szerencsétlen Weber ellen fordítottam. Amikor megfenyegetett, hogy beárul a tornatanárnak, kélyes érzés bizsergetett. Igazságtalan volt, közönséges, s ez erőt adott. Amikor a Mészáros utca közelében ölrementünk, a járók előtt kíváncsian megálltak. Ököllel püföltük egymás gyomrát és arcát, és rugdalóztunk. Néhány másodpercre mindenről megfeledkeztem. Igazam volt, nem voltam gonosztevő, a harc hevétől belelkesedtem, s ha Weber erősebb volt is nálam, én fürgébben, okosabban, gyorsabban és elszántabban küzdöttem. Amikor egy kétségbesett mozdulattal feltépte ingalléromat, áhítattal éreztem, hogy izzó bőrömet a hűvös levegő hullámai nyaldossák. A vagdalkozás, csapkodás, rugdosás, birkózás és folytogatás közben sem hagytuk abba a szitkozódást, és egyre vadabb, egyre ostobább és gonoszabb, egyre költőibb és fantasztikusabb, megsemmisítő szavakkal sértegettük egymást. Mindketten véreztünk, de nem fájt, és közben csak szitkozottunk és átkozottunk. Életemben még nem verekedtem végig küzdelmet ilyen harci mámorban, vadul csapkodva és káromkodva. Szememet elhomályosították a könnyek. A szám vérzett, de a világot csodálatosnak láttam. Újra lett értelme. Jó volt élni, verekedni, vérezni, és másokat megsebesíteni. már képtelen vagyok emlékezetembe idézni, hogyan végződött a küzdelem. Egyszer csak vége szakadt. Ott álltam egyedül a néma sötétben, felismertem az utcasarkokat, a házakat, nem messze voltam a házunktól. A mámor lassanként elpárolgott. Abba maradt a zúgás és a dörgés, és fokozatosan újra érzékelni kezdtem a valóságot. Először a szememmel. Láttam a kutat, a hídat, a vért a kezemen, megtépázott öltözetemet, lecsúszott harisnyámat, fájdalom nyilalt a térdembe, aztán a szemembe, a sapkámnak nyoma veszett. Apránként minden valóságossá vált, és megszólított. Hirtelen holt fáradtnak éreztem magam. Reszketett a karom és a térdem. Egy házfal után tapogatóztam. Egyszerre csak a házunk előtt találtam magam. Hál' Istennek! Egy csapásra mindenről megfeledkeztem az égvilágon, csak azt tudtam, hogy itt menedék vár rám, békesség, világosság és védettség fogad. Fellélegezve csuktam be magam mögött a hatalmas kaput. És ekkor megcsapott a kő, és a nyírkos hűvösség szaga. És hirtelen iszonyú erővel rám tört az emlékezés. Szigor, törvény, felelősség, atya és Isten kísértett. Loptam. Nem csatából hazatérő, sebesült hős voltam, vagy szegény kisgyerek, akit az anyai melegség és részvét ölel körül. Tolvaj voltam, GONOSZTEVŐ Oda bent tehát mégsem lelhettem menedékre, ágyra, nyugodt álomra, vacsorára, ápolásra, vigaszra és feledésre. Bűn és büntetés leselkedett rám. Úgy hiszem, akkor és ott, a lépcsőház sötét esti folyosóján lélegeztem be, életemben először néhány pillanatig a magány, a sors hideg leheletét. Miközben kínlódva vonzoltam magam fölfelé a végtelennek tűnő lépcsőfokokon. Nem láttam kiutat, nem gondoltam semmire. Nem féltem, csak egyetlen rideg nyers érzés volt bennem, az, hogy nincs menekvés. A korlát mentén vánszorogtam fel. Az üvegajtó előtt kedvem támadt letelepedni a lépcsőre, hogy egy pillanatra fellélegezzek, és nyugalmat találjak. De nem tettem. Semmi értelme sem lett volna, hisz előbb-utóbb úgy is be kellett mennem. Amikor benyitottam, eszembe villant vajon hány óra lehet. Beléptem az étkezőbe. Mindenki az asztalnál ült, Épp befejezték a vacsorát, már csak egy almával teli tányér állt az asztalon. Nyolc felé járhatott. Addig sohasem maradtam ki engedély nélkül, sohasem hiányoztam a vacsoránál. Hál' Istennek, hogy megjöttél végre, kiáltott fel anyám élénken. Láttam rajta, hogy aggódik. Felém sietett, aztán rémültem megtorpant, meglátta arcomat és koszos, megtépázott öltözetemet. Nem szóltam, és senkire sem néztem, de határozottan éreztem, hogy anyám és apám pillantásokkal döntenek sorsomról. Apám hallgatott, uralkodott magán. Éreztem, hogy majd szétveti a dű. Anyám a gondjaiba vett, megmosta az arcomat és a kezemet, sebb tapaszt ragasztott sérüléseimre, aztán enni adott. Részvét és gondoskodás vett körül, Némán megszégyenülten gubbasztottam, éreztem, és rossz lelkiismerettel élveztem a melegséget. Aztán ágyba küldtek. Kezet nyújtottam apámnak, de kerültem a tekintetét. amikor lefeküdtem, anyám bejött hozzám. Elvette a székről a ruhámat, és újat készített elő, mivel másnap vasárnap volt. Aztán puhatolózni kezdett, én pedig bevallottam, hogy verekedtem. Bár nem tetszett neki, nem tetszem rehányást, és kissé csodálkozott, hogy ettől annyira letörtem és féltem. Aztán kiment. Nos, gondoltam, most azt hiszi, hogy minden rendben. Verekedtem, véresre kalapáltak ugyan, de holnapra fátylat borítunk rá. Csak hogy a másik dologról, az igaziról sejtelme sem volt. Nyilván bánatos volt, elfogulatlan és gyöngéd. Feltehetően az apám sem vett még észre semmit. És ekkor rett csalódást tört rám. Csak most vettem észre, hogy attól a pillanattól fogva, amikor beléptem a házba, egyetlen egy hőnájhított, emésztő vágy marcangolt, egyetlen gondolat foglalkoztatott, semmi mást nem kívántam és óhajtottam, mint hogy kitörjön végre a vihar, Törvény kezzenek fölöttem, valósággá váljon a rettenet. És megszűnjön ez az iszonyatos szorongás ettől a rettenettől. Mindenre elszántam magam, felkészültem a legrosszabbra, bár csak súlyosan megbüntettek, megvertek és bezártak volna, vagy éheztetett volna apám, vagy elátkozott és kitagadott volna. Bár csak véget ért volna a szorongás, és feszültség. De nem. Az ágyamban feküdtem, szeretet és gondoskodás leveget körülöttem, és nem vontak kérdőre illetlen viselkedésemért. Megbocsátották, hogy tönkretettem a ruhámat, és csavarogtam. Nem jöttem haza vacsorára. Megbocsátottak, mert elfáradtam és véreztem, és sajnáltak, és főleg azért, mert a másikat nem is sejtették. Csupán haszontalan csíntevésemről tudtak, ám gonosztettemről nem. És ha kiderül, kétszeresen is megbűnhődöm érte. Az is lehet, hogy nevelőintézetbe dugnak, amivel korábban már fenyegetőztek, ahol száraz kenyéren sínylődik az ember. Szabad idejében fát fűrészel és cipőt fényesít, és a hálókban felügyelők járkálnak, és bottal verik a gyerekeket, és hajnali négy órakor ébresztőként hideg vizet zúdítanak a nyakukba. Vagy netán átadnak a rendőrségnek? minden esetre bármi történjék is, várakozásra ítéltettem. Még tovább kínzott hát a félelem. Még tovább cipeltem titkomat, és reszkedtem, nehogy belebotoljak valakibe, és kerültem a családtagok tekintetét. Vagy a végén észre se veszik, hogy loptam, és minden marad a régiben? És akkor hiába a szorongás és gyötrelem? Ó, ha így történne, ha ez az elképzelhetetlen csodálatos vágy beteljesülne, akkor új életet kezdenék, hálát adnék Istennek, és bizonyításként, hogy íme méltó vagyok-e egyre, tiszta. Makulátlan életet élnék! Amit korábban már megkíséreltem, és nem sikerült, az most sikerülne! Most, egy nyomorúság és kínzó pokol után, szilárd volt elhatározásom és akaratom. Egész lényemmel belekapaszkodtam ebbe a vágyálomba és áhítatosan csüktem rajta. Vigasz hullott alá a mennyekből, és feltündökölt jövőm kék ege. Képzelgéseim közepette végül elszenderedtem, és könnyű szívvel átaludtam az éjszakát. Vasárnap reggel, még ágyban fekve, mint valami gyümölcs ízét kóstolgattam a furcsán vegyes, alapvetően mégis fenséges vasárnapi érzést, amelyet iskolás korom óta ismertem. A vasárnap reggelt azóta szeretem. Kialhattam magam, nem kellett iskolába menni, nem találkoztam tanítókkal, tintásüveggel, és ami a legfontosabb, rengeteg szabad időm volt. Egy néhány idegen, unalmas hang megzavarta ugyan nyugalmamat, a templom vagy a vasárnapi iskola, a családi séta és a szép ruha, amire vigyázni kellett. Ez meghamisította és megosztotta némiképp a tiszta, finom, csodálatos vasárnapi ízt és illatot. Mint amikor két egyszerre ízlelt étel például a puding és az öntet nem illenek teljesen egymáshoz. Vagy a cukorkának, vagy a süteménynek, amit néha a sarki üzletben ajándékoznak a gyerekeknek, sajt vagy olajíze van. Azért megeszi az ember. Jól is esik. De valahogy mégsem az igazi. Nos, többnyire így volt ez a vasárnappal is, amikor templomba vagy vasárnapi iskolába küldtek ami szerencsére nem fordult elő minden alkalommal. A szabadnapnak ilyenkor némi kötelesség és unalom íze volt. És a családi séták közben is történt rendszerint valami, még ha többnyire jól sikerültek is. Civakodtam a nővéreimmel, vagy siettem, vagy túlságosan lassan ballaktam, vagy összegyantáztam a ruhámat, mindig akadt valami bökkenő. De ekkor, nem bántam. Jól éreztem magam. Tegnap óta sok idő telt el. A gaz tettet nem felejtettem el ugyan. Már reggel eszembe jutott, de olyan réginek tűnt, hogy félelmeim elillantak. Tegnap megbűnhődtem vétkemért, még ha csupán lelkiismeret furdalással is. Elvégre gonosz, nyomorúságos napot szenvedtem végig. Most azonban újra a bizalomra és ártatlanságra, és nem igen törődtem az egésszel. Nem múlt el teljesen. A fenyegetettség és gyötrelem utóhatását éreztem, mint ahogy a gyönyörű vasárnapokat is beárnyékolták az apró kötelességek és gondok. A reggeli derűs hangulatban telt el. Választhattam a templom és a vasárnapi iskola között mint mindig, ezúttal is a templom mellett döntöttem. Ott legalább békén hagyták az embert, és szabadjára engedhettem a gondolataimat. A magas, ünnepélyes terem színes üvegablakaival általában szépnek és tiszteletreméltónak tűnt fel. És ha a hajóban megrekedt derengő fényen át hunyorogva néztem az orgonát, néha csodálatos képek bontakoztak ki. A félhomályból magasba törő orgonasípok ezernyi tornyú, csillogó városnak látszottak. És ha nem telt meg a templom, egy órán át zavartalanul olvashattam valamilyen izgalmas történetet. Aznap nem vittem magammal könyvet, és esze ágában sem volt, hogy szokásomhoz híven feszélyezzen az Isten tisztelet. Az előző este nem múlt el nyomtalanul és ezért csupa jó és tisztességes dolgon törtem a fejem. Megfogadtam, hogy kedves leszek Istenhez, szüleimhez és az egész világhoz, és szót fogadok. Oszkár Weber ellen táplált haragom is elpárolgott. Ha ő is eljönne, hozzá is kedves lennék. Kezdődött az Isten tisztelet, én is fújtam a korálverset, a bárányait pásztora kezdetű éneket, amit az iskolában kívülről megtanultunk. Közben megint feltűnt, mennyire megváltozik egy vers énekléskor. Különösen az elnyújtott templomi énekléskor, az olvasáshoz vagy a felmondáshoz képest. Ha olvasta az ember, egésznek tűnt. Értelme volt, és mondatokból állt. Éneklés közben szavakra hullott szét. Felszakadoztak a mondatok, és az értelme is eltűnt. Viszont a hosszasan elnyújtott, kántált szavak igen erős, független életet éltek. Mi több, akár egyetlen, önmagában teljesen értelmetlen szótag is önállósult, és alakot öltött. A bárányait, pásztora már nyugodt álomra nem hajtja fejét. Kezdetű versből például a templomi éneklés közben eltűnt az összefüggés és az értelem. Az ember nem gondolt sem pásztorra, sem bárányokra, semmire. De azért mégsem volt unalmas. Egyes szavak, mint például az álom, furcsán kiteljesedtek és megszépültek. Vagy a titokzatosan és súlyosan zengő már, Inkább olyan sötét, érzéki, sejtelmes, de nem tudható, csak sejthető, bensőkben rejtőző dolgokra emlékeztetett, mint például máj. És ehhez jött még az orgona búgó hangja. Aztán megjelent a lelkész, és elkezdődött a prédikáció, ami mindig felfoghatatlanul hosszúra nyúlt, és közben az a fura érzés, ahogy hallgatta az ember. Sokáig, csak a beszédhang harangkongásra emlékeztető lebegését észleltem. Majd hirtelen felfigyeltem egy-egy éles és érthető szóra. Felfogtam az értelmét, és igyekeztem figyelni, amíg tudtam. Bár csak a kóruson ülhettem volna, nem pedig az empóriumon a férfiak között. A kóruson, ahol az egyházi hangversenyeken néha ülhettem, Robusztus, különálló székek voltak, kész erődítmények. Fölöttük végtelenül bájos, sokrétű hálós boltozat, a magas falon pedig a hegyi beszéd finom színekkel megfestve. Az üdvözítő kék és vörös köpenye a halvány kék ég hátterével különösen finom és felemelő látvány nyújtott. Időnként megrecsent a pad amitől mélységesen undorodtam, mert silány, sárga lakfestékkel volt bemázolva, és minduntalan hozzáragadt az ember. Néha feldongott egy légy, neki koppant az ablaknak, melynek csúcsívét kékes-piros virágok és zöld csillagok díszítették. És egyszer csak véget ért a prédikáció. Előrehajoltam, hogy lássam, amint a pap eltűnik a szószékről levezető szűk, sötét lépcső lejáróban. Ekkor megkönnyebbült harsányhangon felzendült az ének, a hívek felálltak, és kiáramlottak a templomból. Egy ötöst betettem a persejbe. Fémes koppanása nem illett az ünnepélyes hangulathoz. Aztán az ember magával sodort a kapuhoz, majd ki a szabadba. Elérkezett a vasárnap legszebb időszaka, két csodálatos óra az ebédig. Elegetettem a kötelességemnek, a hosszú ülés után mozogni, játszani vagy sétálni, néha olvasni vágytam. Délig minden esetre szabad voltam, mint a madár. Az ebédnél pedig finom falatok vártak. Elégedetten, kellemes gondolatokkal és érzelmekkel telve bandukoltam hazafelé. A világ tökéletesnek tűnt. Jó volt élni benne. Békésen baktattam a folyosón, aztán fel a lépcsőn. Kis szobámba besütött a nap. Megnéztem a hernyó tegnap ugyanis elhanyagoltam. Találtam egy-két új bábot. Aztán meglocsoltam a virágokat. kinyílt az ajtó. Nem vettem észre mindjárt. Körülbelül egy perc elteltével tűnt fel a csönd. Megfordultam. Apám állt előttem. Sápat volt, és meggyötört. Összeszorult a torkom. Képtelen voltam köszönni. Láttam rajta, hogy tudja. Ott állt. Megkezdődött a bíráskodás. Semmi sem változott hát. Semmiért sem bűnhődtem meg. Semmi sem merült feledésbe. A nap elsápadt, a vasárnap délelőtt hervattan tova tűnt. Hirtelen kiózanodva meredtem apámra. Gyűlöltem, amiért nem tegnap leplezett le. Most nem voltam rá felkészülve. Nem éreztem bűntudatot és megbánást. Különben is mi a csudának rejteget fügét a fiókos szekrényében. A könyves polchoz lépett, a könyvek mögé nyúlt és elővett néhány fügét. Nem sok maradhatott. Néma, kínos, kérdő tekintettel rám nézett. Nem tudtam megszólalni. Szenvedés és dac folytogatott. Mi a baj? kérdeztem végül. Honnan vetted ezeket a fügéket? kérdezte fegyelmezett, halk hangon, amit halálosan gyűlöltem. Azonnal megeredt a nyelvem hazudtam, mint a vízfolyás. Azt mondtam, egy cukrásznál vásároltam őket, egy egész karikát. És honnan volt rá pénzem? Hát egy persejből, amiben közösen gyűjtöttem egy barátommal. Minden aprónkat beletettük. Különben itt van. Elővettem a persejt. Már csak egy tízes van benne. A többiért fügét vettünk. Apám szótlan fegyelmezett ábrázattal hallgatott. De nem hittem neki. Mennyibe került? kérdezte szinte suttogva. Egy márka hatvan. És hol vetted? A cukrászdában. Melyikben? A hágerban. Szünet. Hideg kézzel szorongattam a pénzes dobozt. Fáztam. Egész testemet rázta a hideg. Ekkor fenyegető hangon megkérdezte. Igazat mondtál? Gondolkodás nélkül rávágtam, hogy persze, természetesen igazat mondtam. Barátom Weber ment be a boltba, én csak elkísértem. A pénz nagy része az övé, már mint a Weberé, én csak keveset tettem be a közös kasszába. Fogd a sapkádat, mondta apám. Elmegyünk a hágerhez. Bizonyára emlékszik, jártatok-e Megpróbáltam mosolyogni. De már a szívemet és a gyomromat is fagyos hideg szorongatta. Kiléptem a szobából és a folyosón magamhoz vettem kék sapkámat. Apám kinyitotta az üvegajtót, ő is levette a kalapját. Egy pillanat, mondtam, kiszaladok a vécére. Apám bólintott. Bezárkóztam. Magamra maradtam. Egy percig biztonságban érezhettem magam. Bár csak meghaltam volna. Egy-két percig húztam az időt, de nem segített nem haltam meg. Nem maradt más hátra, mint hogy kitartsak. Kinyitottam az ajtót, és kiléptem. Lementünk a lépcsőn. Amikor kiléptünk a kapun, váratlanul mentő gondolatom támadt. De hisz ma vasárnap van, és a háger zárva van. Reményem néhány másodperc után szertefoszlott. Apám Higgadtan így válaszolt: Akkor elmegyünk a lakására gyerünk! Elindultunk. Egyenesre igazítottam a sapkámat. Egyik kezemet zsebre vágtam, és megpróbáltam úgy menni apám mellett, mintha mi sem történt volna. Bár tisztában voltam vele, hogy az emberek úgy bámulnak, mint egy letartóztatott bűnözőt, számtalan trükkel igyekeztem leplezni a dolgot. Természetes légzést erőltettem magamra. Elvégre nem tartozik senkire, hogy úgy éreztem, mintha szorította volna a melkasomat. Jámbor képet vágtam, természetes, higgadt magatartást színleltem. Felhúztam a harisnyámat, holott teljesen szükségtelen volt, és mosolyogtam, bár tudtam, hogy ez a mosoly átkozottul ostoba és erőltetett. Bensőmben tombolt az ördög. Szorongatta a torkomat, és vájkált a zsigereimben. Elhagytuk a fogadót, a patkó Kovácsot, a bérkocsist, és a vasúti hidat. Tegnap este odaát verekedtem Weberrel. Csak nem fáj a felrepett szemem. Istenem, Istenem! Tehetetlenül görcsösen lépkedtem, de azért még tartottam magam. Az Adler pajta után kimentünk az állomás utcára. Milyen kedves és derűs volt tegnap ez az utca. Nem szabad gondolkodni. Gyerünk tovább. Egyre közelebb értünk a hágerék házához. Néhány perc alatt számtalanszor átéltem azt a jelenetet, ami ott várt rám. Megérkeztünk. Vége. Úgy éreztem, nem bírom tovább. Megálltam. Valami baj van? kérdezte apám. Nem megyek be. Suttogtam. Lenézett rám. Tudta. Igen. Kezdettől fogva tudta. De akkor miért művelte ezt velem? Miért gyötört meg ennyire? Hisz nem volt semmi értelme. Nem a hágernél vetted a függét? kérdezte. A fejemet ráztam. Vagy úgy, szólalt meg színlet nyugalommal. Hát akkor visszafordulhatunk. Hazafelé apám tisztességesen viselkedett nem alázott meg az utcán az emberek előtt. Sokan voltak az utcán, és minden pillanatban köszöntek neki. Micsoda szemfényvesztés! Ostoba értelmetlen gyötrődés! Nem voltam hálás ezért a kíméletért. Elvégre mindent tudott, és alaposan megtáncoltatott, értelmetlenül ugráltatott, ahogyan egy csapdába esett egérrel szórakoznak, mielőtt vízbe folytják. Ó, bár csak azzal kezdte volna, hogy se szó, se beszéd, alaposan fejbe kúlint egy bottal. Azt jobban elviseltem volna, mint ezt a higgadt igazságosztást, amelyel idétlen hazugságaimban egyre szorosabbra húzta a hálót, hogy lassan megfolycson. Egyáltalán nyilván jobb, ha durva apja van az embernek, nem ilyen kifinomult és igazságos. Ha egy apa, Amint arról különböző történetekben és traktátusokban lehetett olvasni. Felindultságában vagy részegségében szörnyen összeverte a gyerekeit, akkor igazságtalanul cselekedett. És ha fájt is a verés, az ember úgymond vállat vonhatott, és megvethette az apját. Az én napám azonban nem ilyen volt. Túlságosan finoman és tökéletesen viselkedett. És mindig igaza volt. Mellette mindig aprónak és nyomorultnak éreztem magam. Összeszorított foggal léptem be előtte a házba, aztán a szobába. Még ekkor is nyugodt és hűvös volt. Pontosabban annak tettette magát, mert éreztem, hogy szinte szétveti a dű. Egyszer csak a szokásos hangsúlyjal megszólalt: Csak azt szeretném tudni, minek komédiáztál? Elárulnád? Kezdettől fogva tudtam, hogy hazudsz. Miért bohóckodtál? Csak nem képzelted, hogy olyan ostoba vagyok, hogy elhiszem ezt a mesét? Az ajkamba haraptam, és nagyot nyeltem. Miért nem hagyja abba? Úgy tesz, mintha tudnám, miért álltam elő ezzel a mesével. Mintha tisztában volnék vele, hogy miért nem vallottam be a bűnömet, és miért nem kértem bocsánatot. Mintha csak sejteném is, hogy miért csentem el azokat a nyomorult fügéket. Netán akartam, és előre megfontolt szándékkal, hátsó gondolattal loptam. Hát nem bántam meg azóta, százszor is. Nem szenvedtem miatta jobban, mint ő. Apám magára erőltetett, türelmes, de ideges arccal várt. Egy pillanatra tisztán láttam a helyzetet. Tudattalan megéreztem, de akkoriban nem tudtam volna úgy szavakba önteni, mint ma. A következő történt. Loptam. Mert vigaszra várva betörtem apám szobájába, és csalódásomra üresen találtam. Nem akartam lopni. Amikor láttam, hogy apám nincs ott, gondoltam körülnézek, kilesem a titkait, hát ha megtudok róla egyet-smást. Így esett. És akkor megpillantottam a fügét, és loptam. De abban a pillanatban meg is bántam, és egész nap szenvedtem, és kétségek közt hánykódtam. Meg akartam halni, ítélkeztem magam fölött, és elhatároztam, hogy jó leszek. De másnap, hát igen, másnap már más színben tűnt föl az egész. Túlestem a bűnbánaton, kijózanottam. És megmagyarázhatatlan óriási ellenállást éreztem apámmal, és mindazzal szemben, amit elvárt és megkövetelt tőlem. Ha el tudtam volna ezt mondani neki, megértett volna. De a gyerekek, még ha okosabbak is a felnőtteknél, magányosan és tanácstalanul állnak a sorssal szemben. Dacosan és elfolytott fájdalommal hallgattam, hagytam, hogy okosan beszéljen. Közben fájdalommal és furcsa kárörömmel figyeltem, ahogy romlik a helyzet, ahogy apám szenvedés csalódott, de hiába igyekszik hatni jobbikénemre. kénemre. Amikor megkérdezte, tehát te loptad el a fügéket? Csak bólintani tudtam. S ugyancsak épp, hogy biccentettem, amikor azt kérdezte, hogy bánom-e. Hogyan kérdezhetett ilyen butaságokat ez a nagy, okos ember? Mintha nem bántam volna. Mintha nem látta volna, mennyire szorongatja a szívem, ami történt. Mintha képes lettem volna örülni tettemnek és az átkozott függéknek. Gyermeki létemben talán először éreztem a belátás és a tudat küszöbén, mennyire félreértheti, kínoszhatja, gyötörheti egymást két rokon, egymás iránt jószándékú ember. S a beszéd, az okoskodás, az ész csak elmérgesíti a helyzetet, csak újabb kínokat, döféseket és félreértéseket teremt. Értelmetlen volt, nevetséges és kétségbejtő de így történt. Most már befejezem a történetet. Azzal végződött, hogy bezártak a padlás szobába. A rémületet, melyet a szigorú büntetés váltott ki, tompították bizonyos titokzatos körülmények. A sötét, elhagyatott padláskamrában kallódott ugyanis egy régi könyvekkel félig megrakott láda s a könyvek közül bizony némelyeket nem gyermekolvasóknak szántak. Egy cserép félrehúzásával megfelelő fény biztosítottam az olvasáshoz. E szomorú vasárnap estéjén, lefekvés előtt, valahogyan sikerült rövid, békítő beszédre bírnom apámat. Amikor lefeküdtem, biztos voltam benne, hogy tökéletesen megbocsátott. Tökéletesebben, mint én, ő neki. Faldum. A vásár. A Faldum városába vezető út szélesen hömpögött a TÁJON egyszer erdők vagy zöld, tágas legelők mentén, másszor gabonaföldek mellett vezetett, s minél inkább közeledett a városhoz, annál gyakrabban bukkantak fel mellette parasztudvarok, majorok, kertek és udvarházak. A tenger messze volt, nem lehetett látni. Úgy tűnt, mintha a világ semmi másból nem állt volna, mint apró dombokból, kedves kis völgyekből, legelőkből, erdőkből, szántókból, meg gyümölcsösökből. A vidék duskált gyümölcsösben, fában, tejben és húsban, almában és dióban. A falvak takarosak és tiszták voltak. A nép derék és szorgos, kerülte a veszélyes vagy izgalommal járó vállalkozásokat, és mindenkinek a megelégedettségére szolgált, ha a szomszédjának nem vitte fel Isten jobban a dolgát, mint ő neki. Ilyen volt hát Faldum, miként a földkerekség legtöbb országa, amíg különös események fel nem bolyrítják nyugalmas életét. A Faldum városába vezető úton, melyet egyéb iránt ugyanúgy hívtak, mint magát az országot, történetünk reggelén az első kakas kukorékolás óta oly hatalmas gyalogos és kocsiforgalom volt, amekkorát egy évben csak egyszer lehetett látni errefelé. Ezen a napon tartották ugyanis a városban a nagy vásárt, és húsz mérföldes körzetben nem akadt olyan parasztgazda, vagy parasztasszony, mester, inas vagy tanonc, szolgáló vagy szolgáló lány, legény vagy leány, aki hetek óta ne gondolt volna a vásárral, s ne arról álmodott volna, hogy ha törik, ha szakad, mindenáról látnia kell. Persze azért nem mehetett mindenki, hiszen el kellett látni a jószágot, a gyerekeket, a betegeket és az öregeket, és akinek az a sors jutott, hogy otthon maradjon, az bizony majd egy évet veszített az életéből, és irigykedett Isten szép napjára, ami már kora reggel óta melegen és ünnepélyesen állott a késő nyári kék égbolton. Az asszonyok és lányok karjukon kosárkával igyekeztek a város felé. A legények simár borotválták arcukat, és mindegyik szegfűt vagy őszi rózsát tűzött a gombjukába. Mindenki ünneplőbe öltözött, az iskolás lányok hajukat gondosan copfokba fonták, melyek még nedvesen és kövéren csillogtak a napfényben. A kocsival érkezők virágot vagy vörös kötöttek az ostornyére, és aki csak tehette, lovai díszes, széles bőrszíjakra erősített, az állatok csánkjáig élő fényes rézlemezekkel cicomázta fel. Eghós szekerek is jöttek, amelyek fölé ívre hajlított bükkágakra zöld sátrat építettek. Alattuk összezsúfolva emberek, ölükben kosár vagy gyerek, többségük kórusban énekelt. Időnként föltűnt egy-egy fölzászlózott piros-kék és fehér papírvirágokkal feldíszített zöld sátras szekér, belsejéből harsány falusi zene áradt szét, s a félárnyékban az ágak között halkan és káprázatosan meg-megcsillantak az aranyos kürtök és trombiták. A kisgyerekek, akik már pirgadat óta ébren voltak, sírtak, és vagy izzat anyjuknál találtak vígaszra, vagy valamely jóságos kocsis fogadta maga mellé őket egy idősebb asszonyság ikerpárt tolt maga előtt babakocsiban, mindkét gyermek szundikált, és az alvó csecsemők mellett a párnán ugyanolyan kerekképű és rózsás arcú szépen felöltöztetett és fésült baba feküdt, mint amilyenek ők voltak. Az út mentén lakók, ha aznap éppenséggel maguk nem kerekedtek is fel a vásárba, szórakoztató reggeli mulatságban részesültek, és nem győzték merezgetni a szemüket. Egy kerti lépcsőn tíz év körüli legény keült és pityergett, mert otthon hagyták a nagyanyjával. Mihelyst azonban eleget üldögélt és sírzogált, és épp elvonult előtte néhány falusi suhanc, egyszerűbe felpattant, az utcán termet és csatlakozott a menethez. Nem messze tőlük lakott egy korosodó aglegény, aki hallani sem akarta vásáról, mert hogy fukar természete volt. Feltette magában, hogy ezen a napon melyen a nép apraja nagyja ünnepel, csöndes magányában megmetszi a magasabb úrjánzott galagonya sövényt, hiszen épp eljött az ideje, s valóban alig, hogy felszáradt a hajnali harmat, egy hatalmas metszőollóval munkához is látott. De szinte egy óra sem telt el, amikor fölhagyott a tevékenységével, és mogorván visszavonult a házába. Mert egyetlen legény sem mehetett el mellette gyalogosan vagy szekéren anélkül, hogy ne álmélkodott volna a különös munkálaton, s ne tett volna egyet -egy -e csípős megjegyzést e rosszul időzített serénység láttán. Ilyenkor persze a lányok is kikacagták, az öreg dúlt fúlt mérgében, és hosszú metszőollójával fenyegetőzött, mire a fiatalok meglóbálták kalapjukat, és kacagva integettek neki. Bent ült hát a zárt ablaktáblák mögött, és közben irigykedve leselkedett ki a réseken át, s amikor elpárolgott a dühe, és az utolsó népek is elballagtak vagy elloholtak a háza előtt, mintha legalábbis lelki üdvösségük után futottak volna, felhúzta a csizmáját, beletett egy tallért a bugyellárisába, fogta a botját, és már indult is volna. Ekkor azonban az eszébe ötlött, hogy egy tallér bizony rengeteg nagy pénz. Fogta hát, kivette és egy fél tallérost csúsztatott a helyébe gondosan bekötözte a bőrerszényt és zsebre vágta. Aztán bezárta a házat meg a kertkaput, és úgy szaporázta a lépteit, hogy a városig beért néhány gyalogost, sőt, még két szekeret is. Felkerekedett tehát házát és kertjét üresen hagyva. Az út felkavart pora lassan leülepedett, elszállt. Elhalt a lovak ügetésének dobogása és a trombitaszó, verebek a tarlókról, önfeledten fülöttek a fehér porban, aztán megcsodálták, amit az elvonult tömeg maga után hagyott. Üres, kihalt és forró volt az út. A messzi távolból időnként még felhangzott egy-egy alig hallható rikoltás vagy kürt szó foszlány. Ekkor egy ember lépett ki az erdőből, kalapját mélyen a szemébe húzta, magányosan ballagott a kietlen országúton. Magas termete, szilárd, higgat járása olyan vándorra emlékeztetett, aki hosszú utat tett meg az apostolok lován. Szürke, jellegtelen öltözetet viselt, kalapja árnyékából szeme egy olyan ember gondos és nyugodt tekintetét sugározta, aki immár semmire sem vágyakozik-e világban, de mindent alaposan megszemlél, és semmi sem kerül el a figyelmét. Látott mindent: a számtalan, kusza, tovasikló szekérnyomot, egy lópatanyomát, amelyik húzta a bal hátsó lábát, Látta, amint a távoli domboldalon a poros párából előbukkan Faldum városa csillámló kis háztetőivel, látott egy kertben egy apró termetű nőt, aki megriadva gonterhelten futkosott fős alá, hallotta, amint hív valakit, de mint hiába. Látta, amint az út mentén megvillan egy apró fémtárgy. Lehajolt és felvett egy fényes kerekrézlemezt, amelyet valamelyik ló veszítettel kumettjéről. Fogta, és a ruhájára tűzte. Aztán látott az út mentén egy öreg, galagonyasövényt, melyet néhány lépés hosszan frisse megnyírtak, és amely arról árulkodott, hogy határozottan és jókedvel álltak neki a meccésnek, de lépésről lépésre egyre fogyott a lendület. Mert vagy túlságosan mére sikerült egy-egy nyisszantás, vagy pedig ott hagyott tüskés ágak égtelenkedtek dacosan. Talált az idegen egy játékbabát is az útporában. A fején szemlátomást átgázolt egy szekérkerék. Aztán talált egy darab rossz kenyeret is, amely fény lett a ráolvat vajtól. Végül rábukkant egy erős bőr amelyben egy féltalléros rejtőzködött. A babát egy útmenti kerékvetőkőnek támasztotta. A kenyeret szétmorzsolta és megedette a verebekkel. Az erszényt meg a féltallérossal együtt. žebrelák to. csönd telepedett az elhagyatott útra. A két oldalát szegélyező kiégett füves sávot vastag por lepte. Egy közeli birtokon tyúkok kóricáltak. Emberi léleknek nyoma se volt, és álmodozón meg-megakadva kotkodáltak a rekkenő melegben. Egy kéklő káposztás kertben egy öreg néne hajladozott, gyomot tépegetett a kiszáradt földből. A vándor oda kiáltott neki, hogy messze van-e még a város. Csak hogy az öreg asszony süket volt, és amikor a férfi még jobban felemelte a hangját, a néni csak tehetetlenül nézett rá, és megcsóválta ősz fejét. Menet közben hébe-hóba zeneszó hangzott fel a város felől, aztán elnémult, egyre gyakrabban és kitartóbban szólt, végül a zeneszó és az emberi hangzavar szakadatlanul zúgott akár egy távoli vízesés, mintha odaát az egész emberi nemzetség elégedetten muratozna. Egyszer csak felbukkant az út mentén egy patak. Telten és csöndesen áradt a vize. Kacsák buszkáltak benne, és zöldes-barna tengeri fű hajlongott a kék víztükör alatt. Ekkor emelkedni kezdett az út, a patak elkanyarodott, kőhíd vezetett át rajta. Alacsony kőfalán egy férfi gubbasztott, ösztövér formájú ember, Feje előre bicsaklott, szunyókált. Kalapja a porba hullott. Mellette apró termetű mókás kutya őrizte az álmát. Az idegen fel akarta rázni az alvót, nehogy álmában beleessen a vízbe. Először azonban lepillantott, és látta, hogy a híd nem magas, a víz pedig sekély. Így aztán hagyta hadgubbasszon, és szunyókáljon tovább a szabó egy kisebb meredély után elérte Faldum város kapuját, amely tárva nyitva állt, és egyetlen lelket sem lehetett látni a közelébe. A férfi átment rajta, és ekkor lépteit hirtelen egy kikövezett utca visszhangozta. Az utca mindkét oldalán a házak mentén üres és kifogott szekerek és csézák állottak. A szomszédos utcákból lárma és tompa zaj hallatszott, ez az utca azonban kihalt volt. Az árnyéktól homályos, és csak a legfelső ablakokban tükröződött az aranyló napfény. Letelepedvén egy kocsi rúdra, a vándor rövid pihenőt tartott. Amikor továbbindult, a bakra tette a részdíszt, melyet útközben talált. Alig ért el a következő utcáig, körös körül kiabálás és vásári ricsaj zavarta meg a város csendjét. Számtalan vásári bódés odakozott egymás mellett, és mindegyikben ordítozó kereskedők kínálta portékáját. Gyerekek fújták ezüstözött trompitájukat. Mészárosok hosszú, friss és zavtos kolbászfűzéreket haláztak ki hatalmas, rotyogó üstökből. Egy sarlatán egy magas tribünről buzgón méregette közönségét vastag, szarú keretes szemüvege mögül, mellette mindenféle emberi betegségeket és nyavajákat ábrázoló tábla függött. Egyszer csak egy fekete hajú ember vonult el előtte kötélen tevét vezetett. Az állat gőgösen szemlélte a magasból az ember tömeget, miközben rákcsálva ide-oda mozgatta hasított pofáját. Az erdőből érkezett ember mindent alaposan megfigyelt. Hagyta, hogy magával sodorja és taszigálja az ember áradat. Egyszer egy képes történeteket bemutató vásáros bódéjába kukkantott be, másszor mázas-mézes feliratokat böngészett, de sehol sem időzött sokáig, és szemlátomást nem találta, amit keresett. Lassacskán haladt előre, míg nem elért a főtérig, melynek sarkában egy madárárus ütött anyát. Itt megállt és fülelt. Hallgatta a sok kis kalickából érkező hangot, felelt rájuk, halkan visszafüttyenketett a kenderikének, a fűrnek, a kanári madárnak, meg a poszátának. A vándor közvetlen közelében hirtelen élesen vakítóan felvillant valami, mintha a nap minden fénye egyetlen egy pontra szegeződött volna. Amint közelebb lépett, egy vásári bódéban függő hatalmas tükröt pillantott meg, Mellette egy tucatnyi, vagy még annál is több, sok száz, sok ezer nagyméretű és kicsin, négyszögletes kerek és tojásdad, fali álló és kézi tükör, apró, vékony tükör melyet azért hord magával az ember, nehogy elfelejtse saját arcát. Az árus egy csillogó kézitükörben felfogta a napot, és a villogó vízfény körbe táncoltatta bódéján, miközben egyfolytában azt kiabálta. Tükröt vegyenek, tükröt vegyenek! Itt kapható faldum legjobb és legolcsóbb tükre. Tükröt vegyenek, hölgyeim és uraim! Kerüljenek vejjebb, itt csak igazi, eredeti kristálytükör kapható az idegen megtorpant a tükörárus bódéja előtt, úgy tűnt, megtalálta végre, amit keresett. A tükrökbe bámészkodó népség között akadt három fiatal falusi lány. Az idegen melléjük lépett, és szemügyre vette őket. Friss, egészséges paraszlánykák voltak, se nem szépek, se nem csúnyák. Erős talpú cipőt és fehér harisnyát viseltek. Szőken napfakított a hajuk volt, és mohó fiatal szemük. Mindegyikük tükröt tartott a kezében, persze nem a nagyobbak és drágábbak közül valót, és miközben habozva töprengtek, vajon melyiket is vegyék meg, és megizlelték a választás édes kínját, mindegyikük lopva és álmodozón belepillantott a fényes tükörbe, és nézegette ábrázatát, szemét, száját, apró kis nyakékét, az orrahegyén hegyén virító néhány szeplőpöttyöt, sima hajválasztékát, rózsás fülcimpáját ettől elcsöndesedtek és elkomorodtak. A mögöttük álló idegen tágra szemmel szinte ünnepélyes ábrázattal figyelte a három tükörképet. Ó, oh! sóhajtott fel az egyik lányka. Bár csak térdig érő aranyszőke hajam volna. Mihelyst a másik meghallotta a barátnője óhaját, halkan ő is felsóhajtott, és még átszellemültebb ábrázattal nézett a tükörbe. Aztán elpirult, és zavartan bevallotta, mire ácsingózik a szíve. Ha teljesülhetne egy kívánságom, azt kérném, hogy nekem legyen a legeslegszebb kezem a világon. Hosszú újú, fehér, kecses kacsó, rózsaszín körömmel. Eközben a kezére nézett, melyben az ovális tükröt tartotta. Nem volt csúnya, csak kisé rövid. Széles és a munkától némiképp eldurvult és megkeményedett. A harmadik, legkisebb és legvidábabb lányka felkacagott, és derűsen így kiáltott fel. Ez nem rossz kívánság, de tudod, nem a kéz a legfontosabb. Én azt szeretném, ha én lehetnék faldum legjobb és legfürgébb táncosa. Ekkor azonban a lány megriadt és sarkon fordult, mert a tükréből a saját képmása mögül, egy csillogó, fekete szemű arc pillantott rá. Az idegen arca volt, aki a lány mögé lépett, és akivel eleddig nem törődtek a lányok. Most viszont csodálkozva figyelték. A férfi biccentett feléjük is így szólt. Három szép kívánságot hallottam lányok. De komolyan gondoltátok-e? A legkisebb letette a tükröt, és kezét zavartan a háta mögé rejtette. Kedve támadt, hogy megleckéztesse az idegent, amiért így rájuk ijesztett, és egy csípős megjegyzésen törte a fejét. Amint azonban a férfira nézett, összezavarodott, mert erőt sugázott a tekintete. – Mi között hozzá, hogy mit kívántam? – kérdezte végül, és elpirult. A másik azonban, aki szép kézre áhítozott, bizalmat érzett a férfi iránt, volt benne valami apaszerű, méltóság teljes vonás. Igen, komolyan gondoltuk. Kívánhatnánk -e ennél szebbet? A tükörárus odalépett hozzájuk, és mások is felfigyeltek. Az idegen kalapjának karimája fel volt hajtva, így láthatóvá vált világos, magas homloka és parancsoló tekintete. A lányok felé biccentett, és mosolyogva így szólt: Nos, megkaptátok, amit kívántatok. A lányok egymásra néztek, aztán a tükörbe, és mindhárman elsápadtak az ámulattól és örömtől. Az egyiknek dús, térdigérő aranyhaja volt. A másik a tükröt hófehér karcsú kezében tartotta, amit még egy királylány is megirigyelt volna. A harmadik lábán pedig egyszerűen piros táncipellő díszelgett, és a bokája olyan karcsú volt, akár egy őzgidáé. Még fel sem foghatták, mi történt velük, amikor is az előkelő kezű lány a boldogságtól könnyekre fakadt. Barátnője vállára hajtotta a fejét, és belezokogta örömét hosszú aranyhajába. A híre futó tűzként terjedt a bódé körül. Egy fiatal inas, aki szemtanúja volt a jelenetnek, tágra szemmel állt, és kővé dermedten bámult az idegenre. Te nem kívánnál valamit? kérdezte tőle az idegen. Az inas összerezzent, zavarodottan és gyámoltalanul körbejáratta tekintetét, mintha azt akarta volna elsandítani, mit is kívánhatna. Egy hentes bódéja előtt hatalmas vastag vörös kolbászfűzér lógott. Az ifjú rábökött, és ez dadogta. Olyat szeretnék! És láss csodát! A kolbászfűzér már is az inas nyakában lógott, s mint aki látta, kacajra fakadt és kiabálni kezdett, és egyre közelebb próbált férkőzni az iregenhez, és kívánságokkal halmozta el. De meg is tehette a következő pimaszap kéréssel hozakodott elő, egy ünneplő posztó öltözetet kért. Ám alig mondta ki, tetőtől talpig finom vadonatúj viselet feszült rajta, amilyennel még a polgármester sem büszkélkedhetett. Aztán egy parasztasszony került sorra. Erőt vett magán, és tíz tallért kért, ami már is ott csörgött a zsebében. Az emberek látták, hogy ennek felesett réfa. Itt igazi csodák történnek, azon nyomban is kapott a hír, elterjedt a vásártéren, az egész városban, s hamarosan óriási embertömeg zsongott a tükörárus bódéja körül. Sokan nevettek és tréfálkoztak, mások nem hittek a csodában, és bizalmatlanul sustorogtak. A legtöbbjüket azonban hatalmába kerítette a láz. Izzó szemmel, vágytól és aggódástól kipirult arccal futott mind, mert attól félt, hogy elapad a forrás, mielőtt meríthetne belőle. A fiúgyerekek süteményt, számszeríjat, kutyát, dióval, könyvel és tekejátékkal teli zsákot kértek. A lányok új ruhákkal, hajszalagokkal, kesztyűkkel és napernyőkkel távoztak boldogan. Egy tíz éves fiúcska pedig, aki elveszítette nagyanyját, és az elragadtatástól és a vásári zsibongás hatására alig fért a bőrébe, éles hangon igazi lovacskát kért, ráadásul feketét és abban a szempillantásban egy fekete csikó termet mögötte, és bizalmasan a fiúcska vállához dörgölte a fejét. A varázslattól mámorossá vált tömegből egyszerre csak egy idősebb aglegény tört magának utat, kezében sétapálcát szorongatott. Remegve lépett elő, és az izgalomtól alig jött ki szó a torkán. Én, hebegte, én kétszer, száz, az idegen a férfi arcát fürkészte, közben előhúzott egy bőrerszént a zsebéből, és az izgatott emberke szeme elé tartotta. Véletlenül nem te veszítetted el ezt az erszényt. Egy fél talléros lapul benne. De igen, az enyém, kiáltotta az aglegény. Én veszítettem el. Akarod? Igen, add vissza! Az idegen odaadta neki az erszényt, ám ezzel az aglegény elkótya vetélte a kívánságát. Amikor rájött erre, botjával tühösen az idegen felé vágott, de nem találta el, csak egy tükröt vert le. Még nem halt el a cserépcsörgés, amikor az árus ott termett, és kártérítést követelt. Az aglegény nem tehetett mást, fizetett. Ekkor előlépett egy tehetős háztulajdonos, és egy kapitális kéréssel hozakodott elő. Új tetőt szeretett volna a házára, és lám, a szomszédos utcában már is ott csillogott a vadonatúj cseréptető fehérre meszelt kéményekkel. Ettől mindenki vérszemet kapott, és egyre többet kívánt. Hamarosan akadt egy ember, aki nagy szerénységében nem átallott egy négy emeletes házat kérni a piactéren, és alig telt egy fertájórába, háza ablakából szemlélhette a vásárt. Voltak éppen ez már nem is vásár volt. A városban minden életforrása, mint folyó a forrásból, a tükrös bordétól indult ki, ahol az idegen teljesítette az emberek kívánságát. Minden kérést, álmélkodást kifejező kiáltás, irigykedés vagy kacaj követett, s amikor egy éhes kölyök csak egy szilvával teli kalapot kért, egy kevésbé szerény igényekkel előálló ember tallérokkal töltötte meg azt. Óriási üdvri valgást váltott ki egy kövér szatócsasszony, aki a golyvájától kívánt megszabadulni. Ekkor azonban kiderült, mire képes a harag és a rossz akarat. Ennek az asszonynak a férje ura ugyanis, aki békétlenségben élt feleségével, és épp most is civakodott vele, megváltoztatta kívánságát, ami pedig gazdagá tehette volna, és visszavarázsoltatta a golyvát a régi helyére. Ám megtörtént a csoda, és ettől kezdve egyre több nyomorékot és beteget hoztak az idegenhez, a tömeg pedig újabb ámulatba esett, mihelyist a bénák táncra perdültek, és a világtalanok boldog tekintettel dicsérték a napfényt. Közben a gyereksereg szana szétszaladt, és körbe kürtölte a várost, hogy csoda történt. Beszéltek egy derék öreg szakácsnőről, aki a tűzhely fölött görnyedezve libát sütött az urának. Amikor az ablakon át ő is értesült a hírről. Nem tudott ellenállni a kísértésnek, ott hagyott csaport papot, és a piac térre szaladt, hogy gazdagságot és boldogságot kívánjon magának. Azonban minél előrébb furakodott a tömegben, annál jobban furdalta a lelki és amikor sorra került, lemondott minden vágyáról, és csupán annyit kért, nehogy odakozmáljon liba, amíg hazaér. A tolongás nem akart szűnni leányanyák jöttek a kicsinyeikkel a karjukon, fekvő betegek futkostak az utcákon hálóinkben. Egy vidéki néne is oda zavartan és kétségbe esve, és amikor hallotta a csodatévő idegenről, zokogva csak annyit kért, találná meg végre az unokáját. És lám, a legényke azon ott termette egy fekete kis paripán, és kacagva öreg anyja karjába borult. Végül összesereg lett az egész város, és mindenki mámorban úszott. Szerelmes párok, kiknek kívánsága beteljesedett, andaloktak karöltve, szegény családok reggeli foltos ócska ruháikban csézákon furikáztak. Azok pedig, akik bánkódtak ostoba kívánságuk miatt, szomorkásan elsomfordáltak, vagy leitták magukat a régi piac útnál, mert az idegen egy tréfamester kívánságára a legjobb borral töltött meg. Végül csak két magányos ember akadt Faldú városában, aki nem értesült a csodákról, és nem is kívánt semmit. A két fiatalember egy elővárosi ódon háztető szobájában zárt ablakok mögött húzta meg magát. Egyikük a kamra közepén állt, és hegedűjét álla alászorítva átszellemülte muzsikált. A másik a sarokban ült, fejét két kezébe temette, és teljesen átadta magát a zene élvezetének. Az apró ablakokon át már ferdén sütött be az esti napfény. Tüzesen izzott egy virágcsokron, mely az asztalon állt, és a fal repett szakadt tapétáin játszadozott. A kamrát betöltötte a meleg fény és az izzó hegedűs szó. A hegedűs lehúnyt szemmel ide-oda hajlongott. Hallgatója némán a padlóra merett, és olyan dermetten is elhagyatottan ült, mintha elszállt volna belőle az élet. Ekkor lépések zaja hallatszott az utcán. Kivágódott a házkapu, a súlyos léptek döngve közeledtek a padlás szobához. A házi úr érkezett meg. Feltépte az ajtót, és kacagva beordított a szobába, mire a hegerű szó riadtan elnémult. A szótlan vendég pedig hevesen és meggyötörve felugrott. A hegerűs is elkomorodott, és haragra gerjedt, amiért megzavarták, és szemrehányúan nézett a nevető arcra. A házi úr azonban mit sem törődött vele, úgy lóbálta a karját, mint egy részeg, és ezt ordította. Bolondok vagytok! Itt ültök és muzsikáltok, miközben odakint tótágost áll a világ. Ébredjetek és szedjétek a lábatokat, nehogy elkéssetek. A piac téren találtok egy embert, aki mindenkinek teljesíti a kívánságát. Nem kell többé itt nyomorognotok ebben a padlásszobában, és nem lesztek többi adósaim a szobabérlettel. Lóduljatok, még nem késő. Ma én is busás vagyonra tettem szert. A hegerűs álmélkodva hallgatta, és mivel a házi úr nem hagyta annyiban a dolgot, letette hangszerét, fejébe nyomta a kalapját, a barátja pedig szótlanul követte. Alig hagyták el a házat, látták, hogy a félváros furamón megváltozott. Mintha álmodtak volna meghökkenve lépkedtek a magas és díszes palotákra emlékeztető házak mentén, amelyek tegnap még alig látszottak ki a földből, és szülkén rogyadoztak. A koldusok négy lovas kocsikon közlekedtek, vagy immár előkelő házaik ablakaiban pöffeszkedtek. Egy szabóforma vézna férfi, akinek a nyomában egy kiskutyus lihegett, fáradtan és verejtékezve vonszolt egy hatalmas súlyos zsákot, melyből egy hasadékon aranytallélok hullottak a földre. A két ifjú egyszer csak a piac téren találta magát, méghozzá tükörárus bódéja előtt. Az ismeretlen férfi így szólt hozzájuk. Ti aztán nem hamarkodtátok el a kívánságotokat. Éppen menni készülődtem. Mondjátok hát, mit óhajtotok? Ne zavartassátok magatokat! A hegedűs a fejét csóválta, majd így szólt. Bár csak békén hagytál volna. Nekem nincs szükségem semmire se. Valóban? Azért csak törd a kobakodat, rikkantotta az idegen. Ne feledd, bármilyen kívánságodat teljesítem. A hegerűs lehunyta a szemét, eltűnődött, majd csöndesen megszólalt. Egy hegedűt szeretnék, melynek csodálatos hangja nem engedi hozzám a világ zaját. És lám, már is egy gyönyörű hegedűt és vonót tartott a kezében a vállához emelte és játszani kezdett. Olyan édesen és lenyűgözően szólt, mint egy mennyei dal. Aki meghallotta, megtorpant, fülelt és elkomorodott a tekintete. A hegerűs egyre bensőségesebben és káprázatosabban játszott, míg nem láthatatlan erők a magasba emelték és eltűnt a levegőben. De még távoli messzeségből is hallatszott csöndes fényű muzsikája, olyan volt akár a naplemente. Na és te? Te mit kívánsz? kérdezte az idegen a másik ifjút. Nos, megfosztottatok hát a hegerűsömtől is, felelte az ifjú. Az élettől én semmi más nem kívánok, csak hogy hallgathassam és szemlélhessem, és kizárólag az örökkévalósággal foglalkozhassam. Ezért az a kívánságom, hogy váljak hegyé, akkora legyek, mint faldum, és oly magas, hogy csúcsom a felhők fölé törjön. És ekkor megdörrent a föld, és reszketni kezdtek mindenek. Üvegcsörömpölés is hallatszott, a tükrök sorban az aszfaltra zuhantak, és szilánkokra törtek. A piac tér imbolyogva megemelkedett, ahogyan a takaró megemelkedik, amikor fölébred alatta is nyújtózkodik az alvó macska. Iszonyatos rettenet lett urrá a tömegen, ezrek menekültek sikoltozva a városból a földekre akik a piac téren maradtak, láthatták, amint a városon túl egy hatalmas hegy emelkedik az esti felhőkig, és alatta a békis patak sok-sok szilaj zuhataggá gorombulva, fehéren tajtékozva vadul törtet a völgy felé. Faldum egy szempillantás alatt óriási hegyé változott, a város a lábánál hevert, és a távolban látni lehetett a tengert. Eközben senkinek sem esett bántódása. Egy öreg ember, aki a tükrös állt és mindent látott, így szólt a szomszédjához. Megbolondult a világ. Szerencse, hogy én már nem élek soká. Csak a hegedűst sajnálom. Szívesen elhallgattam volna még egy ideig. Várj, szólt a másik, de hová tűnt az idegen? Körüljáratták tekintetüket, ám az idegennek nyoma veszett és amint felnéztek az új hegyre, látták, amint a csodatévő odafen lépdel széllel bélelt kabátjában. Megállt, és ekkor egy pillanatra óriásnak látszott az esti égbolton. Aztán eltűnt egy sziklaszért mögött. egyszer, és előregszik, ami egykoron új volt. A vásár is elmúlt rég, és bizony sokan elszegényedtek azok közül, akik akkoriban gazdagságot kívántak. Az aranyvörös hosszú lány férhez ment és gyerekeket szült, akik már maguk is ellátogattak a nyáruton megrendezett városi vásárra. A táncos lábú lány hozzáment egy városi mesteremberhez, és még mindig káprázatosan ropta, jobban, mint némely fiatal lány. A férje pedig annyi pénzt kívánt azon a bizonyos napon, hogy úgy tűnt a házas pár boldogan érhet belőle élete végéig. A harmadik lány a szépkezű gondolt hármójuk közül a legtöbbet a tükrös bódénál csodát tévő idegenre. Ez a lány ugyanis nem ment férjhez, és nem is gazdagodott meg, de a finom kezét megőrizte, és nem is végzett palaszti munkát, hanem a falubeli gyerekekre vigyázott ahol kellett éppen történeteket mesélt nekik. Tőle hallottak a gyerekek a csodálatos vásárról, amikor is a szegények meggazdagodtak, és Faldum hegyé változott. Amikor befejezte a történetet, mosolyogva eltűnődött, ránézett kecses király kisasszony kezére, és olyan meghatottnak és kedvesnek tűnt föl, hogy azt hihette bárki, senki sem tehetett szert ragyogó boldogságra a tükrös mint ő. Holott szegény maradt, fél sem jutott neki, és be kellett érnie azzal, hogy szépséges meséket mesél a falubéli gyerekeknek. Aki akkoriban fiatal volt, megöregedett, és aki akkoriban öreg volt, meghalt. Csak a hegy állt változatlanul és kortalanul, és amikor a csúcsán lévő hó átragyogott a felhőkön, úgy tetszett, mintha elmosolyodna és örülne, amiért immár nem földi halandó és nem emberi időszámítás szerint tengeti életét messze fent a magasban, a város és az ország fölött csillogtak sziklái. Hatalmas árnyéka minden nap körbejárta az országot, patakjai és folyói jelezték odalent az évszakok változását. A hegy mindenki menedékévé és atyává vált. Erdő nőtt rajta, suhogó, füves, virágos mező, források fakadtak belőle, havat, jeget és követ zúdított a mélybe, és a köveken színes moha nőtt, a patakok partján pedig ne felejts virágzott. Belsejében barlangok rejtőztek, monoton muzsikával, ezüst szálon csöpögött bennük évről évre, kőről kőre a víz, szakadékaiban titkos kamrákat őrzött, melyekben ezer éves türelemmel kristályok növekedtek. A hegy ember még nem hódította meg. Néhányan tudni vélték, hogy van odafönt egy kerek kis tó, de abban semmi más nem tükröződik, csak a nap, a hold, a felhők és a csillagok. Sem ember, sem állat nem láthatta e tavikejhet, melyet a hegy az égnek áldozott, mert még a sasok sem szálltak olyan magasan. Faldum népe vígan éldegélt a városban és a körülötte lévő számos völgyben. Keresztelőket tartottak, vásárokat rendeztek, dolgoztak és temettek. És mindazt, amit az atyák továbbadtak unokáiknak, a hegytől tanulták, és róla álmodták meg. Pásztorok és zergevadászok, havasi pásztorok és utazók gyarapították a kincset, melyet dalnokok és igricek terjesztettek, feneketlen, sötét barlangokról regéltek, rejtett szakadékokban alázubogó vízesésekről, melyeket napfény soha nem látott. Mély hasadékokban meghúzódó gleccserekről felkutattak lavinapályákat és viharfészkeket, és minden, de minden, meleg és fagy, víz és gyarapodás, vihar és szél, minden a hegytől jött. A régi korokra immár senki sem emlékezett. Persze élt még a régi monda az egykori csodás vásárról, amikor is faldumban mindenkinek teljesült a vágyálma, de azt már senki nem tudta, hogy a hegy is akkor keletkezett. A hegy egyszerűen létezett, kezdetektől fogva és bizonyára örökké létezni is fog. A hegy jelentette a hazát. A hegy volt faldum. A három lányról és a hegedűsről szóló történetet szerették az emberek, és mindig akadt egy-egy ifjú, aki zárt ajtó mögött elmélyülten hegedült, és arról álmodozott, hogy miközben legszebb dalát játsza, átlényegül és a fellegekbe ragadtatik, miként a mennybe ment hegedűs. A hegy méltóság teljesen élte életét minden reggel látta, amint a nap vörösen felkél a világtengerből, végighaladt körpályáján keletről nyugat felé, és látta a csillagok csendes járását is. A tél minden évben vastag hó és jégtakaróval fette be, és minden évben megindultak a lavinák útjukon, s havas peremükön kéken és sárgán mosolyogtak a telt szemű napraforgók, patakok rohantak lefelé, és a tavak melegen kék lettek a napfényben. Láthatatlan szakadékokban tompán dübörgött az árva víz, a kis tavat odafönt a csúcson borította, és egész évben arra várt, hogy nyárdelelőn kinyissa a szemét, és néhány napig tükrözhesse a napot, és néhány éjszaka a csillagokat. A sötét barlangokban gyűlt a víz, a kövekre szüntelen csapódtak a cseppek, stitkos mélyedésekben kristályok növekedtek a tökéletességig. A hegy lábánál és valamivel a város fölött egy völgy terült el. Széles, tiszta vízű patak szelte ketté, égerfák is legelők között kígyózva. Ide jártak a szerelmesek, és a hegytől meg a fáktól eltanulták az évszakok csodáit. Egy másik völgyben férfiak gyakorolták magukat a lovaglásban és a fegyverforgatásban, egy meredek magas szírten pedig a nyári napi egyenlőség idején minden évben hatalmas tűz Telt múlt az idő, a hegy vigyázott a szerelmesek és a fegyverforgatók völgyére, befogadta a hegyi pásztorokat és a favágókat, a vadászokat és a tutajosokat, követ adott az építkezésekhez és vasércet az olvasztáshoz. Közönösen szemlélte a világ folyását, százszor, ezerszer is látta, hogy a hegycsúcson fellobban az első nyári tűz. Látta, amint a városka apró tompakarjával terjeszkedik és túlnő a falain. Látta, amint a vadászok leteszik számszeríjaikat, és tűzfegyverekkel vadásznak. Az évszázadok évszakonként követték egymást, az évek óráknak tűntek föl. A hegyet nem zavarta, hogy a napforduló idején fellobbanó vörös tűz az évek hosszú során egyszer csak elmaradt, és onnantól fogva feledésbe ismerült. Az sem okozott neki gondot, hogy a korok múlásával a fegyverforgatók völgye kietlenné vált, és a versenypályát láncsás útifű és bogáncs nőtte be. És nem akadályozta meg, amikor az évszázadok folyamán egyszer egy földcsúszamlás megváltoztatta az alakját, és az alágörgő sziklák maguk alá temették a félvárost. Épp hogy csak lepillantott, és nem is észlelte, hogy a romos várost nem építették újjá. Mindez cseppet sem zavarta a hegyet, egy valami azonban bosszantotta. Rohant az idő, és a hegy bizony megöregedett. Amikor látta felkelni, tova vándorolni és lemenni a napot, az már nem olyan volt, mint egykor rég, és amikor a csillagok visszatükröződtek a gleccserek fakó fényében, immár nem érezte magát hozzájuk hasonlónak. Már nem tartotta olyan fontosnak a napot meg a csillagokat. Az volt fontos a számára, ami vele is bensejében történt, mert érezte, ahogy lent a mélyben sziklái és barlangjai alatt idegen kéz kezd el munkálkodni, ahogy a kemény őskövület szétporlad és palarétegekben oszlik még tovább, ahogy a patakok és a vízesések egyre mélyebben rágják be magukat a belsejébe. Gletcserek tűntek el, és tavak keletkeztek, az erdők kősivatagokká váltak, a mezők fekete lápvidékké. A morénák és hordalékvájatok kopasz csíkokban végtelen messzire kígyóztak az ország belseje felé, az ország különös módon megváltozott, elkövesedett, kiégett és elcsöndesedett. A hegy egyre inkább magába fordult. Pontosan érezte, hogy nem a naphoz és nem az égi testekhez hasonlatos, hanem a szélhez, a hóhoz, a vízhez és a jéghez. Az volt hozzá hasonlatos, ami örökké tündököl, s ami mégis lassan eltűnik és elmúlik. Egyre bensőségesebben terelgette patakjait a völgy felé, egyre gondosabban görgette lavináit, egyre gyöngédebben kínálta a napnak virágos mezeit. És az történt, hogy vénségére még az emberekre is visszaemlékezett. Nem mintha magához hasonlatosnak képzelte volna őket, de azért elmerenget rajtuk. Elhagyatottnak érezte magát, és egyre gyakrabban gondolt vissza a múltjára. Csak éppen a város tűnt el, nem zengett dal a szerelmesek völgyében, és nem voltak kunyhók sem az alpesi legelőkön. Nem éltek a környéken emberek, ők is elmúltak. Elnéptelenedett a táj, elhervat árny lebegett a levegőben. A hegy megremegett, amint megérezte, mit is jelent az elmúlás, És amikor megremegett, csúcsa megbicsaklott és lezuhant. Sziklatörmelékek zuhogtak utána, átszelték a szerelmesek völgyét, amelyet már régen kövek borítottak, és belegörögtek a tengerbe. Hát igen, megváltoztak az idők. Mi történhetett vele, hogy egyre gyakrabban jutottak eszébe az emberek, és egyre többet gondolt rájuk? Hát nem volt csodálatos, amikor napi egyenlőségkor fellángolt a tűz, és a szerelmesek völgyében fiatal párok andaloktak? Ó, és mi édesen és melegen csengett a daluk! A Vénhegy emlékeibe temetkezett, alig érezte az évszázadok múlását, alig vett tudomást arról, amikor barlangjai halk morajlással beomlottak és elcsúsztak. Ha emlékezetébe idézte az embereket, régi világkorokból származó, tompa emlék élet benne. Valamely érthetetlen mozdulat és szeretet. Sötét, lebegő álom, mintha valaha ő is ember lett volna, vagy legalábbis emberhez hasonló lény, mintha maga is dalolt és dalokat hallgatott volna, mintha a mulandóság gondolata ifjú korában már megremegtette volna a szívét. Tova szálltak a korok a haldokló hegy megrogyva, nyers kősivataktól övezve kapaszkodott álmaiba. Hogyan is volt egy koron? Nem volt -e egy hang, egy finom ezüst fonál, amely összekötötte az elmúlt világgal? Küszködve tapogatózott elkorhat emlékek éjjelében, izgatottan kapkodott elszakadt szálak után, s egyre gyakrabban hajolt az elmúlt világ szakadéka fölé. Vajon nem izzott-e benne is egykoron az idők távolában valamilyen közösség, szerelem? Nem volt-e ő is a magányos, a hatalmas, valaha egyenlő az egyenlők között? Vajon nem anya énekelte neki is az idők kezdetén? Tűnődött, egyre csak tűnődött, és szemei két kék tó elkomorodtak, elnehezültek, és posványjá mocsárrá váltak, és a fűcsomókra és apró, virágos szegletekre kőzápor hullott. Elmélázott, és egyszer csak elképzelhetetlen messzeségből, mintha hang csendült volna. Igen, hangok lebegtek, egy dal, egy emberi dal, és ekkor fájdalmas gyönyörrel beleremegett a felismerésbe. Hallotta a hangokat, és megpillantott egy embert, egy ifjút, amint hangokba burkolózva lebeg a napos ég levegőjében, és ekkor milliónyi, mélybezárt emlékkép rászkódott meg benne, és záporogni, zuhogni kezdett. Látott egy sötét szemű emberi ábrázatot, és a szem azt kérdezte tőle, nem akarsz kívánni valamit? Ő pedig csöndben kívánt valamit, és eközben minden kín, és gyöterelem lehullott róla. Távoli és elkallódott dolgokra gondolt, és mindentől megszabadult, ami fájdalmat okozott neki. Összeomlott a hegy és az ország, s hol faldum terült el egykoron, szélesen és zúgva hullámzott a végtelen tenger, s fölötte felváltva járta útját a nap és a csillagtenger. Herman Hesse. Különös tudósítás egy ismeretlen bolygóról. szépséges bolygónk egyik déli tartományában rettenetes szerencsétlenség történt. Iszonytató ítéletidő és árvíz kíséretében földrengés pusztított három nagy faluban. Kertek, földek, erdők és mezők estek áldozatául. Rengeteg ember és jószág pusztult el. Ám a legszomorúbb az volt, hogy nem maradt elég virág a halottak és nyughelyük illő feldíszítésére. Minden egyébről természetesen azonnal gondoskodtak. Közvetlenül a borzadály után követek járták be szeretetteljes kiáltással a környező vidékeket, és az egész tartomány összes tornyában felcsendült az előénekesek hangja, akik elénekelték azt a megható és szívszorító dalt, melyet ősidők óta a részvét istennőjének üdvözléseként ismertek, és amely mindenkit magával ragadott. Minden városból és községből azon mód teli, és segítőkész népek sereglettek a szerencsétlenség színhelyére, és nyájas invitálásokkal és felajánlásokkal halmozták el a szerencsétleneket, kik elveszítették fejük fölül a tetőt. Szálljanak meg rokonaiknál, barátaiknál, vagy akár idegeneknél. Mindenfelül érkezett élelem, ruhanemű, kocsi, ló, szerszám, kő, fa, és mindenféle egyéb segélyeszköz, és miközben a jótékony kezek vígaszt és oltalmat nyújtva biztonságos helyre vezették az aggokat, nőket és gyerekeket, és mi alatt a sebesülteket gondosan megmosták, sebeiket bekötözték, és megindult a keresés a romok alá temetett holtak után, sokan már azon fáradoztak, hogy levontsák a beomlott tetőket, gerendákkal támasszák meg a megrodjant falakat, és megtegyék a legszükségesebb előkészületeket a gyors újjáépítéshez. S bár a katasztrófa miatt még érezni lehetett a rémület leheletét, és a holtak gyászra és tiszteletteljes némaságra intettek, minden arcon és hangban baráti segítőkészség és egyfajta gyöngén ünnepélyesség volt észlelhető. Mert a közös, serény buzgalom és a bizonyosság üdítő érzése, hogy kimondhatatlanul fontos, szép és háládatos dolgok mennek itt végbe, áthatott minden szívet. Eleinte mindenki megilletődve néma csöndben munkálkodott. Hamarosan azonban itt-ott felcsendült egy vidám hang, egy-egy munkára buzdító halk dal, és érthető, hogy mindenek előtt és leggyakrabban az alábbi két kis verses mondást idézték. Boldogok, kik segítségükre sietnek a bajba jutottaknak, mert vajon nem úgy szomjú hozzá el szívük a jó téteményt, mint kiszáradt kelt az esőt, s nem adé hálát gyönyörű virágaival a másik pedig így hangzott. A közös munka Isten derűjét árasztja. Csak hogy egyre gyötrőbbé vált az említett virághiány. A kezdetben fellelt halottakat még fel lehetett díszíteni a szétrombolt kertekben éppen maradt virágokkal és ágakkal, ezután pedig a szomszédos helységekből hordták egybe az összes fellelhető virágot. A legnagyobb szerencsétlenséget azonban az okozta, hogy épp a három rombadőlt falu büszkélkedhetett a legnagyobb és legszebb kertekkel, melyekben az év szakvirágai nyíltak. Évről évre ide jártak megcsodálni a nárciszokat és sáfrányokat, mert sehol sem akadt ilyen végtelenül sokféle, ápolt, csodálatos színárnyalatokban pompázó fajtája, és most mindez tönkrement, megsemmisült. Tanácstalanság lett úrrá, senki nem tudta, miként teljesíthetnék azt a halottakkal szemben támasztott erkölcsi parancsolatot, mely megköveteli, hogy minden eltávozott embert és állatot az évszakban nyíló virágokkal gazdagon feldíszítsenek, és annál gazdagabb és pompásabb külsőségek között végezzék a temetési szertartást, minél váratlanabbul és minél tragikusabb körülmények között vált meg az illető a földi élettől. A tartomány nagy öregét, ki a legelső segélyhozók között érkezett kocsiján a helyszínre, hamarosan annyi kérdéssel, kéréssel és panasszal halmozták el, hogy alig tudta megőrizni nyugalmát és derűjét. Ám féken tartotta szívét, szeme barátságosan ragyogott, hangja tisztán és udvariasan csengett, és Ajka az őszbajusz alatt egy pillanatra sem feledkezett meg a csöndes és jóságos mosolyról, melyel, mint bölcs tanácsadó tűnt ki a többiek közül. Barátaim! szólalt meg. Az Istenek hatalmas szerencsétlenséget zúdítottak ránk, hogy próbára tegyenek bennünket. Testvéreink rombadölt településeit hamarosan újra felépítjük és visszaadjuk nekik. És hálát adok az Isteneknek, amiért öreg fejjel megélhettem, hogy hátrahagyva javaitokat minnyáján ide hogy segítségükre legyetek testvéreiteknek. De vajon honnan szerezzünk virágokat, hogy halottainkat szépen és tisztességesen felkészítsük az átváltozás ünnepére. Mert amíg élünk, nem történhet meg, hogy a megfáradt zarándokok közül bárkit is a kiáró virágáldozat nélkül temessünk el. Hallottátok, hát szavamat? Igen, kiáltotta a nép, egyetértünk veled. Tudom, felelte az öreg atyai hangon. Elmondom, hát, mit tegyetek minden megfáradtat, kit ma még nem temethetünk el, felvisztek a hegyre, a nagy nyári templomba, ahol még hóborítja a földet. Ott biztonságban lesznek, és nem esik bántódásuk, amíg nem díszítjük fel őket virágokkal. Csupán egyetlen emberfia él a földön, aki képes ilyen temérdek virágot előteremteni, ez pedig a királyunk. Ezért hírnököt küldünk hozzá, hogy a segítségét kérjük a nép egy emberként bólogatott, és azt kiáltotta. Igen, siessen hírvivő a királyhoz. Úgy lesz, folytatta az öreg, és hófehér bajusz alatt örömteli csodás mosoly villant az ajkán. De vajon kit küldjünk el hozzá? Fiatal, erős emberre van szükségünk, mert hosszú az út, és a legjobb lovunkkal kell útra bocsátanunk. De csinosnak, jó szívűnek és ragyogó tekintetűnek is kell lennie, hogy azonnal megnyerje a király szívét. Felesleges sok szót fecsérelnie, de a szene beszédes legyen. Legjobban tennénk, ha egy gyermeket küldenénk, a község legbájosabb gyermekét, csak hogy ő nem tudná leküzdeni a nehéz utat. Segítsetek, barátaim! Jelentkezzen, ha akad köztetek valaki, aki vállalja a hírvivő szerepét, vagy ismer egy rátermet vállalkozó szellemű ifjút. Elhallgatott az öreg, és körüljáratta a ragyogó szemét az ember tömegen, de senki nem lépett elő, senki nem szólalt meg. Amikor másodszor, majd harmadszor is megismételte kérését, elindult felé egy ifjú. Tizenhat éves lehetett, szinte még gyerek. A földre szegezte tekintetét, és elpirult, amikor üdvözölte az öreget. Az öreg ránézett, és tudta, hogy ő a megfelelő hírnök elmosolyodott, és így szólt hozzá. Derék dolog, hogy a követünk akarsz lenni. De mondd csak, miért éppen te jelentkeztél? A fiú ekkor az öregemberre emelte tekintetét, és így szólt. Ha senki sincs, aki menni kíván, küldjetek engem. Valaki felkiáltott a tömegben. Küldjétek őt, minnyája jól ismerjük. Ebből a faluból származik, a földrengés elpusztította az ő virágos kertjét is, amire mindenki büszke volt. Az öreg barátságos pillantást vetett a fiúra, és megkérdezte tőle. Szomorú vagy a virágaid miatt? A fiú suttogva felelte. Igen, szomorú vagyok, de nem ezért jelentkeztem. Volt egy barátom, meg egy kedves lovacskám. Mindketten a földrengés áldozataivá váltak a nagy csarnokban pihennek, és virágra várnak, hogy eltemethessük őket. Az öreg kézrátevéssel megáldotta az ifjút, ezután tüstént kiválasztották a legsebesebb lovat. Az ifjú felpattant a hátára, megposkolta a nyakát, búcsúzóul biccentett egyet, majd szélsebesen kivágtatott a faluból, s a nyírkos, feldúlt földeken át elszáguldott a végtelen messzeségbe. egész álló vágtázott. A hegyeken át nyargalt, hogy mielőbb eljuthasson a távoli fővárosba, és a király színe elé kerüljön. Amikor leszállt az est, és sötétség borult a tájra, megrántotta a kantárszárat, és egy sziklás erdei meredé felé irányította a lovát. Egy hatalmas fekete madár vezette, melyhez foghatót még soha életében nem látott. Egészen addig követte a madarat, amíg az le nem szállt egy nyitott kis templom tetejére. A fiú leugrott a lóról, és a faoszlopokon át belépett az egyszerű szentébe. Áldozati kőgyanánt egy sziklatömb szolgált, fekete kőzet, mely ismeretlen volt a környéken. Rajta a valamely istenség különös jelképe, mely ismeretlen volt a követ számára. Egy szív feküdt az oltáron, melyet egy vad ragadozó madár marcangolt. Az ifjú áldozattal nyilvánította ki tiszteletét az istenségnek. Egy kék harangvirágot helyezett az oltárkőre, melyet még a hegy lábánál szakított le és rejtett a ruhájába. Azután lefeküdt a sarokba, hogy nyugovóra térjen, mert halálos fáradtság telepedett rá. De nem jött álom a szemére. Jó lehet, az minden este kérés nélkül megjelent nyughelye mellett. Talán a sziklára tett harangvirág lehetett az oka. Vagy maga a feketekő, vagy valami más. Minden esetre végtelenül nehéz és fájdalmas illat terjengett. Az istenség hátborzongató jelképek kísértetiesen csillogott a koromsötét csarnokban, a tetőn pedig az idegen madár időnként akkorát csapdosott a szárnyával, hogy a fák is belegörnyedtek. Mintha a vihar tépázta volna őket. Így történt, hogy az éjszaka kellős közepén az ifjú felemelkedett helyéről kilépett a templomból, és felpillantott a madárra. A madár csapdosott a szárnyával, és a fiúra nézett. – Miért nem alszol? – kérdezte. – Nem is tudom – felelte a fiú. – Talán azért, mert szenvedek. – Mitől szenvedsz? – Elveszettem a legjobb barátomat és a legkedvesebb lovamat. – Hát olyan rettenetes a halál – kérdezte a madár gúnyosan. – Ó, nem egyáltalán nem rettenetes, hiszen csak búcsúzás. Nem is az bánt. Azért szomorkodom, mert nem tudom eltemetni őket, mivel nincs virágom. Akad azért ennél sokkal rosszabb dolog is, mondta a madár, miközben kelletlenül suhogtatta a szárnyát. Nem hiszem, madár. Ennél rosszabb dolog nem létezhet a világon. Akit virágáldozat nélkül temetnek el, az nem születhet újjá szíve kívánsága szerint. És aki virágünnep nélkül temeti el halottait, annak megjelennek álmában halottainak árnyai. Érted már, azért nem tudok elaludni, mert a halottaim virág nélkül maradtak. A madár görbecsőrét csikorgatva sikoltozott. Fiatal, barátom, mit sem tudsz te a szenvedésről, ha csak ennyire futotta a tapasztalatodból. Nem hallottál volna a nagy bűnökről, a gyűlöletről, a gyilkosságról, a féltékenységről? A fiú e szavak hallatán úgy érezte, mintha álmodna. Aztán felocsúdott, és szerényen csak ennyit mondott. De igen, emlékszem rájuk. Régi históriákban és mesékben olvastam róluk. Csak hogy ezek nem léteznek a valóságban. Vagy talán még akkor létezhettek a távoli ősidőkben, amikor még nem voltak virágok és jóságos istenek. Kitörődik in már velük? A madár éles, halk hangon felnevetett. Aztán felegyenesedett és így szólt: És most a királyhoz kívánsz menni? akarod, hogy elvezesselek hozzá? Tehát tudod kiáltotta az ifjú izgatottan kérlek, vezes, induljunk mielőbb! A madár csöndesen a földre ereszkedett, széttárta a szárnyát, és megparancsolta a fiúnak, hogy hagyja csak a lovat, ő majd elrepíti a királyhoz. A hírnök felült a madár hátára. Csukd be a szemed, utasította a madár. A fiú engedelmeskedett, és már suhantak is hangtalanul és puhán, mint a bagoly röpte a szurok fekete égen. Csak a hideg levegő zúgott a hírnök fülébe. Egész éjjel repültek. Hajnaltájban megálltak, és a madár hátra kiáltotta. Most már kinyithatod a szemed! És a fiú kinyitotta a szemét egy erdő szélén állt, alatta a napsugár első fényében vakítóan csillogó fenség terült el. Itt az erdő szélen megtalálsz, rikkantotta a madár, majd nyílként hasított a levegőbe, és beleveszett az ég kékjébe. Különös érzés kerítette hatalmába az ifjút, amikor az erdőből leballagott a tágas síkra. Körülötte minden olyan furcsának tűnt, szokatlanul átalakult. Nem tudta, ébren van-e, vagy álmodik. A mezők és a fák hasonlítottak az otthoniakhoz, a nap is sütött, a szél is játszadozott a virágzó mezőn, de sehol egy lélek, egy jószág, ház vagy kert. Úgy tűnt, mintha ezen a tájon is földrengés is pusztított volna, akárcsak az ő otthonában. Épületromok, letört faágak, kitépet fák, kidöntött kerítések és szanaszét heverő szerszámok mindenfelé. A mező közepén az ifjú egyszer csak megpillantott egy temetetlen holtat. Az oszlásnak indult tetem iszonyatos állapotban volt. Az ifjú mélységes iszonyatot és undort érzett, mert még sosem látott e félét. A halottnak még az arcát sem fették le. A madarak és a rothadás a felismerhetetlenségig eltorzították. A fiú elfordult, letört néhány zöld levelet, szakított néhány virágot, és befette velük a halott arcát. Kimondhatatlanul iszonytató, szívszorító, langyos és orcsavaró bűz telepedett a síkságra. Újabb hulla feküdt a fűben, varjú raj körözött fölötte, aztán egy fej nélküli ló, emberi és állati csontok hevertek elhagyatottan a napfényben, és szemlátomást senki nem gondolt virágünnepre vagy temetésre. A fiú attól tartott, hogy az ország összes lakójával valamilyen írtózatos katasztrófa végzett, és lassacskán olyan sok halottba botlott, hogy kénytelen volt felhagyni a virágszedéssel és a holtak arcainak eltakarásával. Félénken, félig lehuny szemmel ván tovább, minden irányból dögbűz és vérszag áramlott felé, a számtalan romhalmaz és tetem, a kimondhatatlan nyomorúság és szenvedés egyre hatalmasabb hullámait csodorta felé. A hírnök úgy vélte, rémálom tartja fogva. Úgy érezte, az égiek így akarják figyelmeztetni, hogy halottai még mindig virágünnep nélkül temetetlenül várakoznak rá odahaza. Ekkor eszébe öklött, amit éjszaka a fekete madár mondott neki a templom tetejéről, és úgy tűnt fel neki, mintha hallaná éles rikácsolását. Van ennél sokkal rosszabb is. Rádöbbent, hogy a madár egy másik bolygóra vitte és amit lát, az maga a nyers valóság. Emlékezetébe idézte azt a rémes érzést, ami gyermekkorában tört rá, amikor egy ősidőkről szóló mesét hallott. Ugyanaz az érzés telepedett rá most is. Vacogtató iszonyat és az iszonyat mögött csöndes, gyerűsi vígasz simogatta a szívét, hisz mindez a végtelen távolba, a messzi múltba nyúlt vissza. Mintha rémmesébe keveredett volna ez a rettenettel, szenveréssel teli és dögmadaraktól nyüzsgő, különös világ értelmetlennek, zűrzavarosnak tűnt, mint a felfoghatatlan, őrült szabályok irányították volna, és a szépség meg a jóság helyére a gonoszság, az ostobaság és a csúfság telepedett volna. Közben megpillantott egy eleven embert, aki a mezőn baktatott. Paraszt lehetett vagy szolga. A fiú odaszaladt hozzá és megszólította. Amikor a közvetlen közelébe ért, megrettent, és szívére mélységes szándalom telepedett, mert a paraszt rettenetesen rút volt, mintha nem is anyaszülte volna. Úgy festett, mint aki kizárólag magával törődik, és hozzászokott, hogy mindig és mindenütt csak gonosz, csúf és rossz dolgok történhetnek, és mintha rettenetes rémálomban élne. Szeméből, arcából, sőt egész lényéből hiányzott a derűnek vagy a jóságnak, a háládatosságnak és a bizalomnak még a legcsekélyebb jele is. A szerencsétlen szemlátomást a leges, legapróbb és legtermészetesebb erényen sem büszkélkedhetett. Az ifjú azonban erőt vett magán, barátságosan az idegenhez lépett, mint ahogyan egy szerencsétlenül járt honfitársához közeledik az ember, nyájasan üdvözölte, és mosolyogva megszólította. A rút ember kővé és álmélkodva merett a fiúra nagy zavaros szemével. Hangja nyers volt, nem csengett benne muzsika, mintha állati üvölt is hagyta volna el az ajkát, de azért nem tudott ellenállni a fiú szemében pulykáló derűnek és alázatos bizalomnak. Egy ideig csak nézte a fiút, aztán barázdált nyers képén, mosoly, jobban mondva torz vigyor jelent meg. Undorító, de legalább lágy és rácsodálkozó, mint egy újjászületett lélek első bátortalan kis mosolya, aki ebben a pillanatban bukkant föl a föld legmélyebb bugyrából. – Mit akarsz tőlem? – érdeklődött az idegen. A fiú az otthoni szokásoknak megfelelően válaszolt. – Hálás vagyok neked, barátom, és arra kérlek, áruld el, Miben lehetek a szolgálatodra? A paraszt némá hallgatott, álmélkodott és zavartan mosolygott. A fiú erre megkérdezte tőle. Mondj csak, barátom, mi ez a rettenet is iszonyat? És körbe mutatott. A parasztnak szemlátomást igencsak erőt kellett vennie magán, hogy megértse az idegent, aki erre megismételte a kérdést. Hát még sohasem láttál ilyet? Háború dúl, és ez itt harcmező. Rábökött egy fekete romhalmazra, és így kiáltott fel. Ez volt a házam. És ahogy zavaros tekintettel szívből jövő részvédtel az ideg nézett, az lesütötte a szemét, és a földet bámulta. Nincs királyotok? kérdezte tovább a fiú, és amikor a paraszt igennel felelt, megkérdezte. Merre találom? A paraszt a távolba mutatott, ahol egy sátor tábor sejlett fel. A hírnök búcsúzásképpen kezét a paraszt homlokára tette, és tovább ment. A paraszt mindkét kezével megtapogatta a homlokát, szomorkásan megcsóválta Busa fejét, aztán még sokáig bámult az idegen után. tette a lábát, futott romokon is retteneten át, amíg meg nem érkezett a táborhoz. Fegyveresek álltak és futkároztak mindenfelé, ügyet sem vetettek a fiúra, aki a katonák és sátrak között keresgélt, míg nem rátalált a leghatalmasabb és legszebb sátorra, a király sátrára. Belépett. A király egy egyszerű, alacsony nyughelyen ült, palástja mellette feküdt, mögötte a félhomályban egy szolgáló szunyókát összekuporodva. A király magába roskadva töprengett. Arca szép volt és szomorú. Egy ősz hajtincs hullott napbarnított homlokára, kardja előtte hevert a földön. Az ifjú mély meghajlással némán üdvözölte, ahogyan saját királyát is üdvözölte volna, majd keresztbefont karral várt, amíg a király ráemelte a szemét. Ki vagy? kérdezte szigorúan sötét szemöldökét összevonva, miközben tekintetét az idegen tiszta és derűs vonásain nyugtatta. A fiú bizalomgerjesztő és barátságos tekintetétől megenyhült a király hangja. Láttalak már valahol mondta tűnődve Vagy legalábbis hasonlítasz valakire, akit gyerekkoromban ismertem Idegen vagyok felelte a követ akkor csak álmodtam, suttogta a király. Az anyámra emlékeztetsz. Beszélj, mesélj magadról. A fiú mesélni kezdett. Egy madár hozott ide. Hazámban földreng is pusztított, és amikor el akartuk temetni a halottainkat, nem találtunk elég virágot. Virágot? álmélkodott a király. Igen, virágot hiszen szörnyűség, ha halottainkat virágünnep nélkül kell eltemetnünk, nem igaz? Pompával is örvendezve kell bevonulniuk az átváltozás birodalmába. A hírnök hirtelen elhallgatott, mert eszébe villant, mennyi temetetlen halott hever odakint a rettenetes mezőn, a király pedig a szemébe nézett, bólintott és nagyot sóhajtott. A mi királyunkhoz kívántam elmenni, hogy virágot kérjek tőle, folytatta a hírnök, de amikor felértem a hegytetőn álló templomhoz, a nagymadár azt mondta, ő majd elvezet a királyhoz. Így kerültem hát hozzád. Ó, kedves királyom, ismeretlen istenség temploma volt az. Tetején a madár tanyázott, és egy félelmetes jelkép képviselte az istenséget. Az oltárkövön egy vad ragadozó madár marcangolt egy szívet. Éjjel beszédbe elegyedtem a nagymadárral, és csak most értem igazán a szavait. Azt mondta, sokkal több szenvedés és gonoszság van a földön, mint amiről én tudok. Így kerültem hát el hozzád a végtelen mezőkön át, ahol annyi szenvedést és szerencsétlenséget láttam, amennyit még a legrémesebb meséinkben sem olvastam. Eljöttem hát hozzád, és azt kérdem tőled, miben lehetek a szolgálatodra? A király figyelmesen hallgatta, és mosolyogni próbált, de szép arca komor és szomorú maradt. Köszönöm, felelte, már tettél is egy szívességet. Az anyámra emlékeztetsz, ezért köszönet jár. A fiúnak összeszorult a szíve, amiért a király nem tudott mosolyogni. A háború miatt gyötör a búskomorság? kérdezte a fiú. Igen, felelte a király. A fiú nem állhatta meg, hogy megne sértse az udvariasság szabályait ezzel a halálosan szomorú, érzése szerint mégis nemes emberrel szemben, és megkérdezte tőle: Mondd csak, kérlek, miért háborúztok ezen a bolygón? Ki a bűnös? Talán csak nem ten magad? A király sokáig a földre szegezte tekintetét, nem tetszett neki a vakmerő kérdés. De sötét pillantással nem állhatta sokáig az idegen ragyogó ártatlan tekintetét. Gyerek vagy még, szólalt meg a király, ezek olyan dolgok, melyeket nem érthetsz. A háború miatt senki sem bűnös, magától jön, mint a vihar és a villám. És nem mi gerjesztjük a háborút, akik harcolunk, mi csupán áldozatok vagyunk. Akkor hát könnyű szívvel haltok meg? kérdezte a fiú. Mi nemigen félünk a haláltól, a legtöbben tudomásul veszik, sokan pedig egyenesen örömmel várják az átváltozást. De nálunk senkinek sem jutna az eszébe embert ölni. A tibolygótokon más a helyzet. A király megcsóválta a fejét. Nálunk nem ritka a gyilkosság, mondta, de az emberölést a legfőbb bűnnek tartjuk. Csak is a háborúban lehet büntetlenül ölni mert ott az ember nem gyűlöletből vagy irítségből gyilkol a saját javára. Mindenki csak azt teszi, amit a közösség elvár tőle. De tével is volna azt hinni, hogy könnyű szívvel halnak meg. Magad is meggyőződhetsz róla, ha belenézel a holtak szemébe. Nem könnyen távoznak, ragaszkodnak az élethez. A fiú csak hallgatta a királyt és álmélkodott. Milyen szomorú és nehéz az élete az embereknek ezen a bolygón. Sok-sok kérdést szeretett volna még föltenni, de érezte, hogy úgy sem értené meg az összefüggést ezek között a sötét és rettenetes dolgok között, és a lelkeleg mélyén nem is akarta meg tudni és megérteni. Ezek a szánalomra méltó alakok, vagy egy alacsonyabb rendhez tartozó lények, akik nem ismerik a fényes istenségeket, és démonok uralkodnak rajtuk, vagy pedig balsors végzetes hiba téverés irányítja ezt a bolygót. Túlságosan kínosnak és rettenetesnek tűnt neki, hogy tovább faggassa a királyt, válaszokat és vallomásokat csikarjon ki belőle, melyek csak keserűek és megalázóak lehettek volna. Ezek az emberek, akik rettegnek a haláltól, miközben tömegesen gyilkolják egymást, és arcuk méltatlan durvasáról árulkodik, mint a paraszté, vagy halálos szomorúságot tükröz, mint a királyé, Nos, ezek az emberek sajnálatot váltottak ki a fiúból, miközben furának, mondhatni nevetségesnek, igen bántó és megszédenítő módon nevetségesnek és balgának látta őket. Egy kérdést azonban nem tudott magába folytani: Ha ezek a szerencsétlenek itt ragadtak, és egy békétlen bolygó megkésett gyermekei, ha ezeknek az embereknek az élete rángó görcs, és kétségbe esett öldöklisbe fullad. Ha halottaikat nem temetik el, sőt, talán még fel is zabálják, ahogy erről az ősidőkből származó rémeségben lehetett olvasni, azért csak ott sejlik lelkükben a jövő, az istenségről szőt álom. Máskülönben ez az egész csúv világ tévedés, értelmetlenség volna. Bocsáss meg, király, mondta az ifjú hízelkedő hangon. Bocsáss meg, de egyetlen egy kérdést szeretnék még feltenni neked, mielőtt elhagyom az országodat. Kérdezd csak bátran, felelte a király, és nem tudta hányadán áll a fiúval. Bizonyos szempontból finom, érett és fenkölt szellemről árulkodott, másrészt kisgyereknek tűnt, akit óvni kell és nem szabad egészen komolyan venni. Elszomorodtam miattad idegen király, kezdett bele a hírnök. Tudod, én egy másik országból jöttem, és igaza volt a templom tetején gubbasztó nagymadárnak. Itt nálatok sokkal több nyomorúság van, mint gondoltam volna. Az életetek rémálom. Nem is tudom, hogy Istenek vagy démonok irányítanak-e benneteket. A mi országunkban közismert egy legenda, amit korábban mesének, üres mendemondának véltem. A legenda szerint egykoron nálunk is volt háború, gyilkosság és kétségbeesés ám e borzongató szavak réges -rég kihaltak a nyelvünkből. Csak mesekönyvekből ismerjük őket, rettenetesnek és kissé mulatságosnak is találjuk őket. Ma azonban megtanultam, hogy mindez valóság. Azt látom, hogy az embereiddel együtt te magad is úgy cselekedsz, szenvedsz, ahogyan azt a régmúlt rettenetes regéiből ismerem. De mondd csak, nem szúnyod-e a lelketekben olyasféle sejtelem, hogy nem a helyes úton jártok? Nem vágyakoztok-e tisztább, derűsebb istenekre, értőbb és vidámabb vezetőkre és irányítókra? S vajon soha nem álmodtok-e egy másik, szebb életről, ahol senki nem akarja azt, amit nem mindenki akar, ahol ész és rend uralkodik, ahol derűsek az emberek és kíméletesek egymással? Soha nem gondoltatok arra, hogy a világ egészet képez, és igenis boldogító és üdvözítő, ha az ember sejti a töretlen egészet, imádja és szeretettel szolgálja. Semmit sem tudtok arról, amit mi zenének, Isten tiszteletnek és lelki üdvnek nevezünk. A király e szavak hallatán lehorgasztotta a fejét. Amikor újra felemelte, arca megváltozott. Egyfajta mosoly sugár övezte. Jó lehet szeme könybe lábott. Szépséges gyermekem, szólalt meg. Nem tudom, gyermek vagy-e, avagy bölcsember, netán valamely istenség. Kérdésedre mindazonáltal azt mondhatom, hogy mindnyájan ismerjük, és a lelkünkben hordozzuk mindazt, amiről az imént beszéltél. Sejtjük a boldogságot, a szabadságot, az isteneket. Mi is ismerünk egy mondát egy ősidőkben élt bölcsemberről, aki a világ egységét az egek harmonikus egybecsengéseként élte meg. Kielégített a válaszom? Lehet, hogy a túlvilágról jött szent vagy, de lehetsz akár Isten is. Szívedben nem lakozhat boldogság hatalom akarat, ami sejtelemként, tükörképként vagy távoli árnyként ne lakoznék a mi szívünkben is. És a király ekkor felállt, a fiú pedig meghökkent, mert a király arca, akár a reggeli napfény, egy pillanatra tiszta, felhőtlen mosolyba merült. És most távozz, kiáltott föl. Hagy bennünket háborúzni és gyilkolni. Meglágyítottad a szívemet, az anyámra emlékeztettél. Elég ebből hagyj nyugton, kedves gyermekem. Menj, menekülj innen, mielőtt elkezdődik az ütközet. Gondolni fogok rád, amikor patakokban folyik a vér, és városok válnak lángok martalékává, és gondolni fogok arra is, hogy a világ osztatlan egész, és sem balgaságunk, sem pedig haragunk vagy vadságunk nem tud elszakítani tőle. Éj boldogan! Üdvözletemet küldöm bolygódnak és ama istenségnek, akit az a szív jelképez, melyet egy madár marcangol. Jól ismerem azt a szívet, és jól ismerem a madarat is. És jegyezd meg jól, kedves ismeretlen barátom, ha a barátodra gondolsz erre a szegény háborúba keveredett királyra, akkor ne úgy gondolj rá, ahogyan itt gubbazd búskomoran, hanem úgy, mint akinek könnyes ugyan a szeme és véres a keze, de azért mosolyog. A király nem ébresztette fel a szolgát, maga húzta félre a sátor bejárati ponyváját és engedte ki az idegent, akinek újabb gondolatok kavarogtak a fejében, miközben elindult visszafelé a síkságon át az esti fényben az ég peremén egy város lángolt. A fiú holtak és lótetemek közt gázolt. Besötétedett, amikor elért az erdő széléhez. Akkorra a nagymadár is alászállt a felhőkből, a hátára vette a fiút, és az éleple alatt hangtalanul és lágyan, akárha bagoly röpte lett volna, visszavitte a lovához. fiú nyugtalan álomból felriadván a kis hegyi templomban találta magát. A templom előtt a harmatos fűben a lova harsány nyerítéssel köszöntötte a felkelő napot. Ebben a pillanatban teljesen elfelejtette a nagy madarat, az idegen bolygót és a csatateret. Ánként szállt alá a lelkébe finom fájdalmakat okozó aprócska tüskeként olyan volt, mint meddő részvét, apró, kielégítetlen kívánság, mely álmunkban gyötör, Míg nem rábukkanunk arra a lényre, kivel megosztani szeretetünket, örömünket, látni mosolyát, titkos vágyunk. A hírnök felült lovára, és egész nap vágtázott, amíg elért a fővárosba a királyhoz. Tüstén bebizonyosodott, hogy ő az igazi követ, mivel hogy a király kegyeletteljes köszöntéssel fogadta. Megérintette a homlokát, és a következőképpen szólt hozzá. Tekinteted meghatotta a szívemet. Kérésen már is teljesült, bár még elő sem adtad. A hírnök azonnal kapott a királytól egy levelet, melyben az állt, hogy országszerte annyi virágot gyűjthet, amennyit csak akar. Kísérők és követek mentek vele, lovak és kocsik csatlakoztak hozzájuk, és amikor néhány nappal később megkerülvén a hegyet, a síkvidéken visszatért saját tartományába. Kocsik, kordék és kosarak lovak és összvérek kísérték, és mind is tele voltak a kertek és az ország északi részén sűrűn telepített melegházak legcsodálatosabb virágaival. Elegendő virágot gyűjtött, hogy gazdagon felékesítsék a holtakat és a sírokat, sőt még arra is futotta, hogy a hagyománynak megfelelően minden halott emlékére elültessenek egy virágot, egy cserjét vagy egy fiatal gyümölcsfát és elszállt a barátja és kedves lova iránt érzett fájdalma, és csöndes, derűs emlékképpé homályosult, mihelyst feldíszíthette és eltemethette őket. A sírhelyükre pedig egy-egy virágot, bokrot és gyümölcsfát ültethetett. Miután elegettett szíve kívánságának és teljesítette kötelességét, az éjszakai utazás emléke felrázta lelkét. Megkérte szeretteit, vonulhasson vissza egy napra magányába, egy napon és egy éjelen át ült a gondolkodó fa alatt, és emlékezetében kiterítette azokat a képeket, és emlékezetében kiterítette azokat a képeket, melyeket az idegen bolygón látott. Majd egy napon az öreg szín elé lépett, titkos kihallgatást kért tőle, és mindenről beszámolt neki. Az öreg figyelmesen végighallgatta, aztán megkérdezte: Barátom, Saját szemeddel láttad-e mindezt, avagy csupán csak álmodtad? Nem is tudom, felelte a fiú. Azt hiszem, csak álmodtam. De engedelmeddel legyen mondva, alig ha érzek különbséget, mintha valójában átéltem volna. Szomorúság árnyéka telepedett a lelkemre, és arról a bolygóról hűvös szellő fújdagál boldogságos életemre. Ezért kérdem tőled, mester, mit tegyek? Holnap menj fel újra a hegyre, felelte az öreg, és keresd meg azt a helyet, ahol a templom állott. Furcsának találom annak az istenségnek a jelét. Eddig még nem hallottam ugyanis róla. Lehetséges, hogy idegen bolygóról származik. De az is lehet, hogy a templom és az istenség legősibb őseink emléke, akik még ismerték a fegyvereket, a rettegést és a halálfélelmet. Kedvesem, menj el ahhoz a templomhoz, és áldoz az oltárán virággal, mézzel és énekszóval. A fiú eltűnődött, és megfogadta az öreg tanácsát. Magához vett egy csupor finom mézet, amelyel koranyáron az első méhünnepen a vendégeket szokták megkínálni, és magához vette a lantját is. A hegységben rábukkant arra a helyre, ahol leszakította a kék harangvirágot, aztán megtalálta a meredek erdei ahol néhány napja kantárszáron vezette felfelé a lovát. A templom helyét és magát a templomot azonban a fekete áldozati oltárral, a faoszlopokkal, a tetővel és a nagymadárral nem lelte sem aznap, sem másnap, és a környéken senki emberfia nem hallott olyan templomról, amely felől kérdezősködött. Fogta hát magát, és hazament és amikor elért a szeretet emlékének a szentélyéhez, belépett, feláldozta a mézet, a landhúrjai közé csapott, és elénekelt egy dalt. Álmát. A templomot, a szegény földművest, meg a csatamezőn szanaszét heverő holtakat, és főképpen a harci sátrában búslakodó királyt a szeretet emléke istenének ajánlotta. Aztán megkönnyebbült szívvel visszatért a házába. A falra akasztotta a világ egységének jelképét. Mély álomba zuhant, kialudta a nap fáradalmait, és másnap segített a szomszédainak, akik énekszóval azon munkálkodtak, hogy eltüntessék a földrengés utolsó nyomait. Fickó! Hallatszott az anya kiáltása oda fentről. Csönd volt és meleg, álmos olasz késő délután. Még egyszer, csalogatón évődve. Cseszkó! A tizenkét éves kisfiú a ház bejárati lépcsője mellett ült egy árnyékos szögletben a poros köveken. Félig aludt, két kezét összekulcsolva tartotta hegyes térde fölött egy barna tincs tiszta, finom erezetű gyerek homlokába hullott. Milyen jó is volt ennek a hangnak a csengése? A szelíd, könnyű, madárszárnyon szárnyaló anyai hang. Ez a jó és kedves, finom, csak rájellemző hang olyan volt neki, mint maga az anya. Francesco szíve gyengítséggel telt meg, ahogy felriasztotta az elröppenő kiáltás. Egy pillanatra megrándult a lába, fel akart ugrani, de a gyenge késztetés hamar elmúlt, és miközben a napsütés mélységes csöndjében továbbra is hallani vélte a kedves hangot, gondolatai már messze jártak. Csodálatos dolgok voltak a világon. Nem minden derékember üldögélt így az apai ház lépcsőjének árnyékos zugában eltemetkezve, mint ő. Kit apja kényeztetett, anyja dorgált, s közben minden oldalról nézték őt a szomszédos házak, a kút, a ciprusok, a hegyek, mindig ugyanúgy, mindig ugyanazok. Voltak férfiak, akik lóháton benyargalták a világot. Keresztül vágtattak Franciaországon, Anglián, Spanyolországon, elhaladtak minden kastély és minden város előtt, és ahol valami gonoszság történt, ahol egy jámbor lelket a haláltól, vagy egy szegény, gyönyörű hercegnőt a varázslattól kellett megmenteni, ott megjelent a hős, a lovag, a szabadító, előhúzta roppant kardját, és igazságot szolgáltatott. Voltak olyan lovagok, akik egy csúfos megfutamodásra kényszerítettek egy egész morsereget. Hajókon utaztak a világ végéig, s a viharok már előttük fújták, hirdették nevüket, és merésztetteiket országok során át. Így mesélte neki tegnap Pierre a szolgalegény Orlandó történetét. Ferenc hunyorogva nézett a tincs mögül a szomszédos, mohával benőtt tető melletti rés felé, ahol egy szőlőlugas kőpillérei között keskeny kilátás nyílt a messzeségbe. Le az umbriai völgysíkra, s a túloldali hegyekre, melyeknek lankáira, mintha oda lett volna tapasztva egy fehér harangtornyos, végtelenül kicsiny és messzi város. Mögötte pedig a kék levegő ég és a világ színes sejtelme hívott. Mi szép volt mindez. S mi gyötrelmes volt tudni, hogy minden ott van mögötte. Minden, minden, a folyók és a hidak, a városok és a tengerek, királyi várak és táborozó seregek, zeneszóra vonuló lovas csapatok, paripás hősök és szépséges nemes asszonyok, lovagi tornák és lantpengetés, aranyló páncélok és suhogó sejemruhák, minden készen várakozik arra, Akiben van bátorság, hogy oda menjen és birtokba vegye ezt a terített asztalt. Igen, bátorságra nagy szükség volt. Például ahhoz, hogy az ember idegen pusztaságokon lovagoljon át éjszakának idején, amikor bárhol kísértet vagy gonosz bűbáj rejtőzhet, a barlangok pedig dugik vannak emberi csontvázakkal. Lenne -e ő benne, Francesco Bernardóne fiában ennyi bátorság. No és akit elfogtak, és egy vérszomjas szerecsen herceg elé vezettek, vagy bezártak egy elvarázsolt kastélyba. Nem volt könnyű. Elképzelni is alig lehetett. Nehéz volt, borzasztóan nehéz, s biztosan kevesen voltak képesek mindenre. Talán az apja? Talán. Ki tudja? De ha egyszer voltak olyanok, akik képesek voltak rá, ha egyszer Orlandó Lancelot és a többiek vállalkoztak tetteik végrehajtására, akkor választhat-e egy fiatalember más utat, mint hogy hozzájuk akarjon hasonlítani? Játszhat-e itt az ember babszemekkel, meg tök magokkal? Akarhat-e holmi kézműves kereskedő, netán pap, vagy bármi más lenni? Fehér homlokára mélyre dőkültek, szemei eltűntek összevont szemöldöke alatt. Istenem, de nehéz döntés! Hányan szerették volna megpróbálni, de már az elején elpusztultak. Hány ifjú apród és lovag, akikről egyetlen herceglány sem szerzett tudomást, akikről egyetlen dalt sem énekeltek, akikről egyetlen lovászlegény sem mesélt esténként. Nyomuk veszett. Vízbe fúltak. Leestek egy szikláról. Megverték. Megmérgezték, sárkányok falták fel, vagy barlangba falaszták őket, Semmi értelme nem volt, hogy útra keltek. Hiába szenvedtek nélkülözést és gyötrelmeket. Ferenc megborzongott. Ránézett szikár, napbarnított kezére. Egykor talán szaracénok csonkítják meg, talán szögekkel verik oda egy kereszthez, talán keselyük falják fel, undorító. Ha meggondoljuk, mennyi jó van a földön, mennyi szép, mennyi kellemes, mennyi finom. Ó, oh, milyen jó dolog. Őszi kájhatűz, benne illatozó, forró gesztenyével, tavaszi virágünnep a nemes emberek fehér ruhás lánykáival. Egy fiatal, szelíd ló, amit egyszer az apja ígért neki, ha majd tizennégy éves lesz. De akadt még sok száz és ezer, ennél egyszerűbb, szép és fenséges dolog. Olyasmi például, mint ez az üldögélés itt a félárnyékban, a lábújakra odasütő napsugár, a hűvös falhoz támasztott hát vagy esténként az ágyba bújás, amikor semmi egyebet nem érzünk, csak a lágy és puha meleget, meg a fáradt, szelíd félhomályt. Vagy amikor meghalljuk anyánk hangját, és megérezzük hajunkon a kezét. S volt még ezer más is. Hisz ilyen volt szinte minden, ilyen volt az ébredés és az elalvás, az este és a reggel, a sok illat és finom hang mindenfelé, a sok szín, a sok kedves simogató érzés. Hát valóban megvesse, feláldozza, kockára tegye mindezt. Csupán azért, hogy legyőzzön egy sárkányt, vagy éppen az marcangolja szétőt, avagy hogy egy király kinevezze herceggé. Valóban szükséges ez? Valóban helyes ez? A fiúnak eszébe se jutott, hogy nincs a világon ember, aki ilyesmit követelt volna tőle, legkevésbé az apja vagy az anyja s hogy csak a saját szíve álmodozik, vágyakozik a kalandok után. Érezte a kihívást. Az eszmény előtte lebegett. Hallotta a hívó szót, s lelkében fellobbant a láng. De miért éppen az, ami a legszebbnek tűnt? Miért éppen a hősiesség oly nehéz, oly nagyon nehéz? Miért kell választani, áldozatot hozni, dönteni? Miért nem lehet egyszerűen azt tenni, ami jól esik? De hát mi esik jól egyáltalán? Minden és semmi. Minden egy pillanatig, de semmi sem örökre. Ó, ez a szomjúság, Ó, ez a sorvasztó sóvárgás. Ennyi gyötrődés és titkos félelem szülője. Dühösen térdére hajtotta a fejét. Nos, ha már, akkor lovag lesz. Lehet, hogy agyonütik, lehet, hogy szomjan hal egy homok sivatagban, akkor is lovag lesz. Majd meglátják. Marietta és Piero, meg a mama is, nem beszélve a tökfej latin tanáról. Fehér mély nem fog hazatérni, spanyol tollas aranysisakkal a fején, homlokán egy nagy sebb helyjel. Sóhajtva visszaült. A szőlőívek között elnézett a vörösen párás messzeségbe, ahol minden kék árnyék egy álom és egy ígéret volt. A tárház belsejéből hallatszott, hogy Piero a kelmebálákat rakodja mellette az árnyék csíkja szélesre nőtt, és éles kontúrral beleszúrt a napos utcába. távoli dombok fölötti forró ég megszelidült és aranyszínűvé vált. Az utcán ekkor kis gyerekcsapat közeledett fölfelé, hat vagy nyolc kislány és kisfiú, akik kettesével egymásba kapaszkodtak. Körmenetet játszottak. Poros nyakukra és ruhácskáikra levélkoszorút fontak. Kezükben gondtalanul letépett és félbetört réti virágokat tartottak, boglárkát és margarétát, gólyaorrot és zsáját, s a félig már hervat virágok közé fűszálakat dugtak. Mesztelen lábacskáig puhán csattogtak a kövezeten, egy nagyobb fiú facipőben kopogott mellettük, megadva lépésük ritmusát. Mindannyian egy rövid vers töredéket, egy eltorzított egyházi dalt énekeltek a következő refrinnel. Mi lefiorri, mi lefiorri a te Santa Maria! Így érkezett fel a kis zarándok csapat az emelkedőre, némi színt és vidámságot hozva a kihalt utcába. Egy lány ment leghátul. Egyik cofját fonta, a másikat pedig a virággal együtt a szájában tartotta, anélkül, hogy lemondott volna az éneklésről, vagy legalább a dúdolásról. Néhány elejtett virág hevert a csapat mögött a porban. Ferenc nyomban velük dúdolta a jól ismert dallamot. Ő maga is játszott ilyet azelőtt számtalanszor, sokáig ez volt a kedvenc játéka. Mostanra azonban, hogy már a nagyobb fiúk közé tartozott, s nem egyszer részt vett tiltott csintevésekben, az első gyermeki ártatlansággal együtt ez a jámbor játék is idegenné vált a számára. Emellett az a fajta túlérzékeny gyerek volt ő is, akire már lelke korai átalakulásában is figyelmeztetően és elszomorítóan hatott az örömök mulandóságáról szóló ének. Ráadásul épp ma, amikor elhatározta, hogy hős lesz, a játék valóban csak hitvány haszontalanságnak tűnhetett szemében. Szemtelen büszkeséggel figyelte az előtte elvonuló kicsiket. Ekkor a kibontott coffulány mellett megpillantott egy hat éves forma kisfiút, aki egyetlen megtört száru virágot emelt két kezével maga elé, és ünnepélyesen széles, már-már már gázoló léptekkel haladt akár egy zászlóvivő, s amilyen hamisan énekelt, oly fényesen ragyogtak kerek szemei az ünnepélyes és vallásos hévtől. – Mille fiori, dalolta áhítatta, Mille fiori a te Santa Maria. Amikor Ferenc meglátta a kisfiút, szeszélyes hangulatában hirtelen magával ragadta a virágjáték szépsége és áhítata. Vagy még inkább elhervat lelkesedésének feltörő emléke, hiszen egykor ő maga is lelkes örömmel vett részt a menetben. Egy szenvedélyes ugrással a gyerekek után határozott mozdulattal magához intette őket, és megparancsolta nekik, hogy a ház előtt várjanak egy pillanatig. A gyerekek követték őt, Ferenc gazdag és elismert ember fiaként már hozzászokott a vezető szerephez, és hervat virágaikkal a kezükben vártak rá. Abba hagyták az éneklést. Ferenc beszaladt anya kertjébe, egy apró, három-négy lépésnyi veteményesbe, amelyet veszőtséges munkával gondoztak a házfalak között. Kevés virág nőtt itt, a nárcisz elvirágzott, a sárga téli viola magja is beértek már de virágzott még két magas, ibolyakék kék nőszirombokor. E két bokor is az anyjáé volt. A szívek kalapált, de mégis hozzálátott, hogy szinte az összes nagy és szép virágot letörje. A nedves, vastag szárak ropogtak a kezében. Egyiket szemügyre vette, odahajolt a fehér kehelyhez, ahol a lila szirmok már elhalványultak, és pontos rendben sárga, szőrös portokok sorakoztak lelkeméjén azt érezte, hogy kár a virágokért. Visszatért a gyerekekhez, és mindegyiknek adott egy-egy szálat. Ő is megtartott egyet, a menet élére lépett, majd elindultak. Így vonultak be a következő utcába, miközben a szép kerti virágok és a mindegyikük által ismert vezető még sok gyereket közéjük vonzott. Virággal vagy anélkül beálltak a sorba. A következő utcában még többen lettek, és mire énekelve a dom térre értek, ahonnan nézve az esti hegyek kékes-vörös fényben izzottak az aranyék felé meredezve. Már egész nagy sereg haladt együtt. Mi lefjorri, énekelték, a dóm előtt táncra perdültek, és a buzgóságtól pirosló arcú Ferenc táncolt legelől. Az esti sétálók és a hazatérő parasztok megálltak, nézték őket. A fiatal lányok dicsérték Ferencet, s végül egyikük pajkosan meg is tette, amire mindannyian vágytak. Oda ment a szép ifjúhoz, kezét nyújtotta neki, és együtt táncoltak tovább. Nevetés és taps hallatszott mindenhonnan, a játékos gyermekisten tisztelet egy pillanatra valódi, vidám kis ünneppé vált, mint amikor szüzies mosolyjá válik a kislányok ajkán a gyermeki nevetés. Vacsora időre befejezték a játékot, és a csapat szétoszlott. Ferenc felhevülten és izgatottan ment haza, csak ekkor vette észre, hogy mezit láb és sapka nélkül csatlakozott a menethez, így táncolta át a délutánt, amit pedig egy ideje gondosan került, mivel most már sokat volt együtt idősebb ifjakkal és nemes emberek fiaival. Evés után, amikor némi ellenállás és makacskodás után szót fogadott és lefeküdt, lelkét egyszer csak újra betöltötte a lovagság képe. És annak a feladatnak a nagysága, amit a magára vállalt férfias kötelességek jelentettek. Elsápadt a dütől és önmaga megvetésétől, amiért képes volt mindenről megfeledkezni. Lehunt szemmel és összeszorított ajkakkal elkeseredetten szitta és gyalázta magát, mint már oly sokszor. Szép kis hős, merész Orlandó az, aki letépi anyja virágait, és egy csapat kisgyerekkel táncolni meg játszani megy szép kis lovag, pojáca, paprika jancsi, álhatatlan siheder, semmi egyéb. Isten tudja, honnan is juthatott egy ilyennek az eszébe, hogy vala is igaz és nemes ember váljék belőle. Mm. Hm. De a dom téren táncolva szívéig hatolt az esti csillogás és a finom, aranyszínű messzeség. Ez talán nem szólt, csábított és buzdított oly fenségesen és izzón, mint egy heroldi hívás de ő csak táncolt és enyelget, Sőt, végül még egy parasztlány is megcsókolhatta. Komédiás, bohóc! Körmeit összeszorított tenyerébe vájta, és nyögött meg a megaláztatástól és önvádtól. Aj, mindennel így volt, amit tett. Mindennel így volt. Mindig jót akart, büszke és nemes elhatározás született, aztán jött valahonnan egy szeszély, egy szellő, egy illat, egy csábítás és a nemes hős már vissza is vedlet lett olyan bolondos utca gyerekké, amilyen mindig is volt. Nem. Nincsenek fenkölt álmok, sem szent elhatározások és lángolások. Mindez csak másoké, a nála nemesebbeké, méltóbbaké lehet. Ó Lancelot, ó Orlandó, ó hősi dalok és ó Trasimenói hegyek, messzi szent tüze. A félhomályban szeliden kinyílt az ajtó, és halkan bejött az anyja. Most, hogy apja elutazott, egy szobában aludt Ferenccel. Könnyű házi cipőjében csendesen az ágya mellé lépett. Még nem alszol Cseszko? kérdezte gyengéden. Nagy volt a csábítás, hogy alvónak tettesse magát, de nem vitte rá a lélek. Válasz helyett megragadta anyja kezét. Nagyon szerette a kezét, épp úgy, mint a hangját szinte szerelmes gyengétséggel. Anya nem vonta el a jobbját, bal kézzel simított végig a haján. Valami baj van, kicsim. Hallgatott egy kis ideig, aztán suttogva ezt mondta. Rosszat csináltam. Nagyon rosszat, Ferenc. Meséld el. Ma majdnem az összes virágodat letéptem. A kék virágokat tudod, azokat a nagyokat. Nincsenek már meg. Tudom, Láttam. Szóval te voltál. Azt hittem Filippó vagy Graffetette. Ilyen durvaságot te nem szoktál csinálni. Én is rögtön megbántam. A gyerekeknek adtam. Milyen gyerekeknek? Akik jöttek, mi le fiorit játszottunk. Te is, te is velük játszottál. Igen. Egyszerre csak úgy éreztem, velük kell mennem, de csak hervat mezei virágaik voltak, én meg szebbet akartam. A dómhoz mentetek? Igen, a dómhoz, mint régen. Anyja a fejére tette a kezét. Nem, ez nem volt rosszaság, Ferenc. Persze, ha csak féktelenségből pusztítottad volna el a virágokat. De így, ez tényleg nem rosszaság. Nyugodj meg! A fiú csöndben feküdt. Anyja úgy hitte, sikerült megnyugtatnia. Ám a gyermek halkan újra kezdte. Nem a virágokkal van a baj. Nem? Hát mivel? Nem tudom elmondani. Mondd csak, meséld el. Rossz a lelki ismereted? Anya, én lovag szeretnék lenni. Lovag? Jó, hát megpróbálhatod, de mi köze ennek mindehez? Nagyon is van köze hozzá. Te ezt egyáltalán nem értheted meg. Látod, lovak szeretnék lenni, de nem tudok. Állandóan valami ostobaságot csinálok. Lovaggá válni az olyan, de olyan nehéz. Egy igazi lovag soha nem tesz rosszat, sem ostobaságot, sem nevetségeset. Én is ezt szeretném. Én is olyan szeretnék lenni, és nem tudok. Azon kapom magam, hogy szaladok a gyerekekkel, és előttük táncolok, mint valami kis kölyök. Anyja visszanyomta a párnájára. Ne butáskodj, Ferenc! Táncolni nem bűn, egy lovag is nyugodtan táncolhat néha, ha vigad, vagy ha másoknak akar örömet szerezni. Hidd el, olyasmikkel gyötröd magad, amik egyáltalán nem úgy vannak, ahogyan te képzeled. Nem tudunk mindent rögtön úgy csinálni, ahogyan szeretnénk. A lovakok is voltak, kisfiúk, játszottak, táncoltak, és minden egyebet is csináltak. De mondd csak, miért akarsz tulajdonképpen lovag lenni? Mert a lovagok istenfélők és rettenthetetlenek. Igen, igen. És mert tudod, akkor akár herceg is lehetnék, és mindenki rólam beszélne? Úgy, és feltétlenül minden embernek rólad kell beszélnie? Igen, nagyon szeretném. Akkor azon legyél, hogy csak jót mondhassanak rólad, mert máskülönben rossz is lehet, ha szájukra vesznek az emberek. Anyának még egy kicsit vele kellett maradnia, hogy fogja a kezét. Az asszonyt furcsa érzés fogta el, amikor fia vágyainak és elképzeléseinek gyerekességét összevetette azzal a szenvedéllyel és fájó zaklatottsággal, amit a vágyak kiváltottak a lelkében. Ennek a gyereknek sok szeretetben lesz még része, az biztos volt, de sok csalódásban is. Lovag alig, ha nem, mégse lesz belőle. Ez csak álmodozás. Valami szokatlan van számára megírva, valami jó, vagy valami rossz. A sötétben keresztet vetett rá, és szívében azon a néven szólította, amit később Ferenc maga vett fel a neve mellé. Poverelló